Nem csak a kongregációval együtt tartott kilencet végzésével készültem az ünnepre, de igyekeztem naponta ezerszer is köszönteni ezer üdvözlé gyárjával kilenc napon át. Ár harmadszor tartom ezt a kilencedet a szűzanyához. Ez napi ezer üdvözlégyből áll, azaz kilencezerből összesen. Ár életemben háromszor tartottam meg ezt a kilencedet kétszer munka közben, de kötelességeim nem látták kárát, mert nagyon pontosan teljesítettem azokat. Csak a valási gyakorlatok után került sor rájuk, tehát nem a Szent Misén sem a litánia alatt. Egyszer pedig a kórházban tartottam ilyen kilencedet. Ha az ember akar, nem esik nehezére. A pihenés mellett imádkoztam és dolgoztam. Ezeken a napokon egy szót sem szóltam senkihez kivéve a legszükségesebbeket. Be kell vallanom sok figyelmet és erőfeszítést kíván ez a gyakorlat, de a szeplőtelen tiszteletére semmi sem sok. A szeplőtelen fogantatás ünnepe. A szent áldozás alatt felfoghatatlan szépségében megláttam az Isten anyát. Rám mosolygott s azt mondta leányom Isten megbízott, hogy egyedülálló különleges módon édesanyád legyek. Azt szeretném, ha te is különleges módon gyermekem lennél. Legkedvesebb leányom azt szeretném, ha főleg három erényt gyakorolnál, melyek nekem a legkedvesebbek és Isten előtt a legdrágábbak. Ezek először is, alázat, alázat és még egyszer alázat. A második erény a tisztaság. A harmadik az Isten szeretet. Int leányomnak főleg e három erényben kell tündökölnöd e szavai után szívére ölelt és eltűnt. Időn magamhoz tértem éreztem, hogy különös módon vonzódom ezekhez az erényekhez. Különösen gyakorlom is ezeket olyanok, mintha szívembe lennének vésve. Nagy nap részemre ez a mai. Ezen a napon állandó elmélyülésben élek ár a nap kegyelmeire való puszta emlékezés is újabb elmélkedésekre késztett. Egész nap hálaimát mondok nem tudom befejezni, mert ha visszapillantok a kegyelmekre lelkem újra elmerül Istenben. Ó, uram, lelkem a legnyomorúságosabb, mégis jóságosan leereszkedsz hozzám. Egészen világosan látom nagyságodat, s az én semmiségemet. Örülök, hogy olyan mérhetetlenül nagy vagy rendkívül örvendek annak is, hogy én olyan kicsi vagyok. Ó szenvedő Krisztus elé sietek! Int jegyesednek nekem is hozzád hasonlónak kell lennem. Gyalázatod ruhája fejjembe engem is. Krisztusom te tudod mennyire vágyódom, hogy hasonló legyek hozzád. Add, hogy részem lehessen egész szenvedésedben. Indem fájdalma döntsd a szívembe. Bízom benne, hogy saját szenvedésed bennem is teljesül. A éjjeli imádás. Gyenge egészségem miatt nem vehettem részt rajta, de nem aludtam el, egyesültem az imádkozó nővérekkel. Négy és öt óra közt hirtelen felébresztettek. Egy hangot hallottam, hogy én is vegyek részt az imádásban azokkal, akik most imádkoznak. Egláttam, láttam, hogy van köztük egy lélek, aki értem imádkozik. Ahogy elmélyedtem az imában lélekben, a kápolnában találtam magam, s láttam az oltári szentségben kitett Jézust. A monstrancia helyett megláttam az úr dicsőséges arcát, aki azt mondta, amit te most valóságosan látsz, ezek a lelkek a hit által látják. Így kedves, nekem nagy hitük. Látod, hogy bár látszólag az életnek nyoma sincs bennem, de valójában teljes egészében jelen var minden ostyában de ahhoz, hogy hatni tudjak a lelkekre hinniük kell bennem. Ó, milyen kedves nekem az élő hit! Az előjáró anya tartott imádási órát néhány nővérrel. Láttam, hogy az anya imája meghatotta az eget. Örülök, hogy vannak lelkek, akik ilyen kedvesek Isten előtt. Ikkor másnap megkérdeztem rekreáción, mely nővérek voltak és órak között imádkozni felkiáltott az egyik nővériért kérdezi nővér. Biztos jelenése volt, hallgattam s nem szóltam többé. Akkor sem válaszoltam, amikor a főnök nő anya kérdezett, mert ez nem volt alkalmas pillanat. Egy alkalommal elárulta az egyik nővér, melyik papot akarja lelkiatjának választani csupa örömmel mondta s imát is kért erre a szándékra. Egy ígértem. Amikor azonban imádkoztam láttam, hogy ez a vezető nem lesz hasznára. A következő találkozáskor nagy örömmel mesélt lelki vezetőjéről. Osztoztam én is örömmében. Amikor azonban eltávozott tőlem szigorúan megfedett az úr. Azt mondta Jézus úgy kellett volna válaszolnom, ahogyan az imában felismertem a dolgot. A következő alkalommal meg is tettem ezt, bár nehezemre esett. A rövid ideig éreztem a tövis koszorú kínjait. Éppen a legméltóságosabb oltári szentség előtt imádkoztam egy bizonyos lélekért. Oly erős fájdalmat éreztem, hogy fejem akkor látra bukott. Rövid ideig tartott, de nagyon fájdalmas volt. Krisztus adj nekem lelkeket. Bocsáss rám bármit, ami tetszik, de adj érte lelkeket. Vágyódom a lelkek megmentésére s arra, hogy megismerjék irgalmadat. Nekem nincs semmi, mert mindent szétosztottam a lelkek között. Az ítélet napján üres kezekkel állok majd előted, mert mindent odaadtam a lelkeknek. Ezért nem tudsz elítélni engem. Ezen a napon találkozni fogunk a szeretet és az irgalom. Errejtett Jézusom lelkemnek élete. Rád forrón vágyom. Szeretetedet semmi el nem holtja szívemben. Kölcsönös szeretetünk erre az álog. Errejtett Jézusom feltámadásom dicső záloga. Benned összpontosul egész életem. Az örök szeretetre te adsz nekem erőt ó, szent ostja és tudom, mind gyermekedet te is viszont szeretsz. Errejtett Jézus legtisztább szeretetem. Árít a földön elkezdődött az én életem veled. Elj az örökké valóságban tárul fel majd egészen. Ert kölcsönös szeretetünk soha nem múlhat el. Errejtett Jézus szívem egyedül csak rád vágyik. Többet jelentesz te számomra, mint az ég minden gyönyöre. Lelkem minden kegyelem felett csak téged áhít. Ki hozzám a kenyér színe alatt jössz el. Errejtett Jézusom, vedd végre magadhoz vágyódó szívem. Ejben tiszta szeráfi szeretet ég már irántad. Lelkem nyomodban jár az élet útján, semmi nem győzi le. Emelt fővel jár, mint egy lovag bár csak gyengen lájka. Egy hónap óta rosszabbul vagyok indem köhögésnél, mintha szétszakadna a tüdőm. Néha úgy érzem, mintha hol testem széthullását érezném. Ez a fájdalom oly nagy, hogy nehéz kifejeznem. Bár akaratom belenyugszik ebbe, de a természetem részére megmarad a fájdalom. Ez nagyobb kint, mint a vezetlő ingviselése vagy a véresre ostorozás. Leginkább akkor éreztem ezt, mikor az ebédlőbe mentem, mert nagy erőfeszítésem bekerül bármit is ennem. Ebben az időben kezdődtek fájdalmaim a beleimben, minden erősebb étel kibírhatatlan fájdalmat okozott. Éjszakánként szörnyű fájdalmakat álltam ki könnyeimet ontva a bűnösök javára. Végül megkérdeztem gyónta Toma tovább, tűrje me ezeket a fájdalmakat a bűnösökért, vagy kérje könnyebb ételeket a főnök nőtől. A gyóntatóma könnyebb ételek mellett döntött. Követem döntését, mert éreztem, hogy ez a megalázkodás kedves az úr előtt. Valamelyik nap a felől támad kétségem, miként lehet az, hogy az ember állandóan érzi a test széthullását, közben járkál mindenfelé és végzi feladatát talán csak képzelődés az egész. Egyébként úgy vélem még sem lehet képzelődés, hiszen iszonyú kínokat okoz. I alatt ezen gondolkodtam, bejött hozzám rövid beszélgetésre az egyik nővér. Pár perc múlva Elfin torodott, s azt mondta, nővér hullaszagot érzek, mintha egy szétbomló test lenne itt. Azt válaszoltam, ne ijedjen meg, nővér ez a szag belőlem jön, nagyon csodálkozott, de azt mondta tovább, már nem bírja elviselni ezt a szagot. Ikor elment világossá vált előttem, hogy Isten azért adta ezt a megérzést a nővérnek, hogy ne legyen kétségem s Isten ezt a szenvedést szinte csodálatos módon rejtette el az egész kongregáció elől. Ó Jézusom csak te ismered teljes mélységében áldozatomat. Nem együtt gyanúsítást kellett azonban még elviselnem. Az étkezőben azzal vádoltak, hogy válogatós vagyok. Ilyenkor gyorsan az oltári szentséghez sietek, mint mindig. Leborulok a cibórium előtt serőt merítek Isten akaratának elviselésére. Amit itt leírok, még nem minden. A Szent Jónás alatt az atya lélekben ostját törz velem, s azt mondta légy annyira hűséges Isten kegyelméhez, amennyire csak lehetséges könyörög irgalomért magad és az egész világ számára, mert minnyájunknak nagy szükségünk van Isten irgalmára. Ünnepek előtt két nappal felolvasták az ebédlőben a következő mondatot: holnap születik meg testben. Jézus Krisztus e szavakra átjárta lelkemet, Isten világossága is szeretetes, mélyebben megértettem a ektestesülés titkát. Ilyen nagy irgalom rejlik Isten fia ektestesülésének misztériumában. A megláttam Isten haragját az emberek ellen. Bűneik miatt meg akarja rövidíteni napjaik számát. Láttam azt is, hogy a választott lelkek, vagyis a szerzetes rendek által áll még fenn a világ. Aja világnak, ha már nem lesznek rendek. A halál színe előtt végzem, én mindent tettem. Úgy élek most, ahogy utolsó órámban szeretnék. Bár az élet, mint egy vihar szágul, mellettem. De benne egyetlen Istenért végzettet el nem vész. Érzem szervezetem teljes széthullását. Bár még dolgozom élek. A halál nem jelent számomra tragédiát. Erd már régóta érzem. Bár a természet számára mindez nehéz. Elviselni napról napra saját enyészetét. De nem elviselhetetlen, ha a lelket átjárja az isteni fény. És benne remény szeretet és bűnbánat kél. Innen nap nagy erőfeszítéseket teszek hogy részt vehessek a közösségi életben. Ezáltal a lelkek üdvére sok kegyelmet nyerek. Áldozatommal mentem a pokol tüzétől őket. Akár egyetlen léleknek üdvösségéért. Érdemes feláldozni egy egész életet. Minden áldozatot és szenvedést megér. Látni ezáltal Isten nagyobb dicsőséged. Uram, gyakran láttatott velem haragott tüzét, de az alázatos lélek mérsékelni tudja ezt. Bár hatalmas vagy, uram, de megengeded az alázatos léleknek, hogy legyőzzön. Ó, alázat legdrágább erény! Él kevés lélekben van jelen. Indenütt csak a látszatát látom, de az igazi erényt sehol. Ó, uram, tégy engem semmivé saját szememben, hogy szent szemeid előtt kegyelmet találjak. Szenteste a Szent Áldozás után a Szűzanya megmutatta nekem Szent Fia miatt érzett aggodalmát. Ezt az aggodalmat az Isten akaratára való ráhagyatkozás illata járta át. Így inkább boldogságról, mint gondokról beszélhetnék. Egértettem, hogy nekem is feltétel nélkül el kell fogadnom Isten akaratát. Kár, hogy mindezt nem tudom úgy leírni, ahogyan felismertem egész nap mély összeszedettségben volt a lelkem, amit semmi sem tudott megzavarni, sem a kötelesség, sem a világiakkal való találkozások. Vacsora előtt még bementem a kápolnába, hogy megtörjem az ostját azokkal, akiket szeretek, akik drágák a szívemnek, de távol vannak tőlem. Először is mélyen imába merültem, s kértem Isten kegyelmét mindegyikük részére, később pedig külön-külön. Jézus megmutatta, mennyire tetszik ez neki. Lelkemet nagy öröm töltötte el, látva, hogy Isten különösen szereti azokat, akiket mi szeretünk. Időn beléptem az ebédlőbe felolvasáskor egész lényem elmerült Istenben. Lélekben láttam, hogy tekintete tetszéssel pihen rajtunk. Egyedül maradtam az égi Atyával. Ég jobban megismertem a három isteni szemét, akiket az egész örökké valóságon át fogunk szemlélni. Évmilliók múlva megállapítjuk majd, hogy szemlélődésünk éppen csak megkezdődött. Ó, milyen nagy az Isten irgalmassága, hogy boldogságából ilyen nagy részesedést enged az embernek. Egy idejűleg nagy fájdalom járta át szívemet, mert oly sok léleg visszautasítja ezt a boldogságot. Az ostya megtörésekor igazi nagy kölcsönös szeretet uralkodott köztünk. A főnök nő ezzel a jó kívánsággal köszöntött nővér az Isten művei lassan valósulnak meg. Tehát ne siessen inden nővér nagy szeretettel kívánta nekem azt, amire a leginkább vágyom. Valóban szívből kívántak minnyájan minden jó csak egy nővér kívánságában volt rejtett gonoszság. Ez nem nagyon fájt, mert lelkem Istennel volt telve. De így megvilágosodott előttem, hogy Isten miért nem adja magát az ilyen léleknek. Láttam, hogy ez a nővér mindig csak magát keresi még a szent dolgokban is. Ó, milyen jó az Isten, hogy nem hagyott eltévejedni. Tudom, hogy mindig féltékenyen óvni fog engem, de csak addig, amíg kicsi maradok. Csak ilyenekkel szeret együtt lenni az Úr. A nagy ravágyókat messziről felismer ellenáll nekik. Az éjféli mise előtt kicsit virrasztani akartam, de nem tudtam. Rögtön elaludtam, mert igen gyengének éreztem magam. Ikkor azonban az éjféli misire harangoztak, rögtön felkeltem. Nagy fáradtsággal tudtam felöltözni, mert mindvégig rosszul éreztem magam. Ahogy az éjféli misére értem, mindjárt mély áhítatba merültem. Nagy fényben láttam a betlehemi barlangót. A szent szűz pójába takarta a kis Jézust. Csupa szereted volt. Szent Ózsef még aludt, csak amikor a szűzanya kis Jézust jászolba fektette, akkor ébresztette fel Ózsefet Isten fényessége. Ő is imádkozott. Néhány pillanat múlva egyedül maradtam a kis Jézussal. Felém nyújtotta a karocskáit, s megértettem, hogy karomba felvehetem. Kis fejecskéjét szívemre hajtott, a smé pillantással rám nézett. Egértette velem, hogy jól érzi magát szívemen. Ebben a pillanatban eltűnt. A csengők a szent áldozást jelezték. Lelkem egészen elalélt az örömtől a szent mise végére annyira kimerültem, hogy el kellett hagynom a kápolnát, s a cellámba siettem. Nem tudtam részt venni a közös teán. Az ünnepek alatt megszakítás nélkül nagy volt az örömöm, mert egyesültem az úrral. Egértettem, hogy minden lélek vágyódik Isten vigasztalására, de semmi áron nem tudnak az emberi vigaszokról lemondani. Ez a két dolog pedig sehogy sem fér össze. Az ünnepek alatt éreztem, hogy egyes lelkek imádkoznak értem. Örülök, hogy már itt a Földön lehetséges ilyen lelki kapcsolat és megismerés. Ó Jézusom! Dicsőség neked mindenért! Indig egyedül vagyok a legnagyobb lelki szenvedésekben. De mégsem egyedül, ha nem veled Jézus. Itt természetesen az emberekre gondolok. Senki sem érti meg a szívemet, de ezen nem csodálkozom. Régebben, ha elutasították a szándékomat vagy rosszul ítélték meg, még rosszul esett. Ost egyáltalán nem bánt. Az emberek nem nézik a lelket, csak a testet látják, se szerint ítélnek. De amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze vannak Isten gondolatai a mieinktől. Agam is tapasztaltam, mi gyakran megesik, hogy az úr azt mondta, ne érdekeljen mások, hogyan cselekszenek, te mindig úgy tégy, ahogy én kívánom. A szeretet és irgalom által légy élő tükörképem, azt válaszoltam, uram, olyan sokszor visszaélnek jóságommal, nem baj, leányom, ne törődj ezzel. Légy mindig mindenkihez irgalmas, főleg a bűnösökhöz. Ó, milyen fájdalmas számomra, hogy a lelkek a szent áldozásban oly kevéssé egyesülnek velem várom a lelkeket, de ők oly közömbösek irántam. Gyengéden is igazán szeretem őket, s ők nem hisznek nekem. Kegyelmekkel akarom elárasztani őket, sőt ők nem akarják elfogadni ezeket. Úgy bánnak velem, mint valami holt pedig szívem tele van szeretettel és irgalommal hogy legalább egy kisé megismert fájdalmam képzelje el egy anyát, aki nagyon szereti a gyermekeit, de a gyerekek nem törődnek anyjuk szeretetével. Elmélk egy a bánatán senki sem vigasztalja meg őt. Ez csak halvány más a szeretetemnek. Érjük beszélj irgalmamról. Ond a lelkeknek, hol keressenek vigaszt. Az irgalom törvény székénél. Ott vannak a legnagyobb csodák, melyek állandóan megismétlődnek hogy meglássuk ezt a csodát nincs szükség hosszú zarándoklatra nem kellenek szertartások csupán helyette sem kell járulni s hittel megvallani nyomorúságtokat. Ekkor megmutatkozik irgalmam egész terjedelmében. Ha a lélek már rosszló hulla lenne s emberi értelemben képtelen az újjáéredésre s már minden el volna veszve nem így az Istennél. Az irgalmasság csodája teljesen életre kelti a lelket ó szegények, akik nem akarnak élni Isten irgalmasságának csodájával hiába fogtok majd könyörögni, már késő lesz. Az év. Anuár. Üdvözöllek új esztendő. Benned fejeződik be tökéletesedésem. Előre megköszönöm Uram, amit jóságot ajándékoz nekem. Köszönöm a szenvedések kejhét, amelyből naponta fogok inni. Ne csökkentsd keserűségét, csak erősítsd meg ajkaimat, hogy tudjak mosolyogni, amikor a keserű italt irántad való szeretedből iszom esteren. Köszönöm minden vigaszod és kegyelmed, amelyek megszámlálhatatlanul áramlanak rám nap, mint nap, mint a reggeli harmad halkan és észrevétlenül errejtve a kíváncsi szemek elől. Csak te tudsz róluk, Uram, és én. Árma köszönök néked mindent, mert meg lehet, hogy abban a percben, amikor majd nyújtod nekem a kejhet, szívem képtelen lesz a hála adásra. Ezért akarom még ma szerető akaratomat a szent akaratod alárendelni valamint irgalommal telivégzéseid alá, melyeket ugyan néha nem értek s nem tudok megfejteni. Esterem lelkem kormányzását teljesen rád bízom, vezesd egészen isteni kedvet szerint. Bezárom magam irgalmas szívedben, mely az isteni irgalom tengere. Szenvedéssel fejezem be a régi évet, s az újat ugyancsak szenvedéssel kezdem el. Az új év kezdete előtt két nappal ágyba kerültem. Nagyon rosszul éreztem magam. Erős, köhög és gyengít le ehhez járulnak állandó bél fájdalmaim s a rosszul létek. Bár nem vehettem részt a közös áhítatokon lélekben mégis egyesültem az egész kongregációval. Időn a testvérek éjjel órakor felkeltek, hogy virrasztva köszöntsék az új évet, én már szürkülettől egészen éjfélig ébren görcsöltem nagy fájdalmakban. Szenvedéseimet egyesítem a nővérek imáival, akik a kápolnában virrasztottak, s a bűnös ögvétkeért engesztelték Istent. Időn 12-t ütött az óra a lelkem mély összeszedettségbe merült, s meghallottam a hangot ne félj gyermekem nem vagy egyedül. Légy bátor a harcban mert karom oltalmaz téged. Küzdj a lelkek megmentéséért bátor őket, hogy bízzanak irgalmamba, mert ez a te feladatod a jelen és a jövő életben ez szavakra mélységesen átéreztem Isten irgalmasságát csak azok a lelkek kárhoznak el, akik maguk is el akarnak kárhozni, mert Isten senkit sem taszít el. A új évnapja van. Reggel nagyon rosszul voltam, alig tudtam átmenni a szomszéd cellába a szent áldozásra. Nem voltam szent misén. Állandósult a rosszul létem. Ágyban mondtam el a hálaadó imát. Vágyódtam elmenni a Szent Misére meggyóni P. Andrasznál, de oly gyenge voltam, hogy egyiket sem tudtam megtenni. Emiatt nagyon szenvedtem. Reggeli után jött a beterápoló nővér, megkérdezte, miért nem volt reggel a Szent Misén, azt válaszoltam, hogy nem tudtam elmenni. Rosszallóan csóválta a fejét, s azt mondta, ilyen nagy ünnepen nem ment Misére, és elhagyta cellámat. Két napig feküdtem nagy fájdalmak közt és rám sem nézett. Harmadik nap pedig amikor bejött nem kérdezte meg fel tudok-e kelni hanem rögtön emelt hangon azt kérdezte miért nem mentem szentmisére. Egyedül maradva megpróbáltam felkelni de újra rosszul lettem s így nyugodtan ágyban maradtam. Szívem sok mindent fel tudott ajánlani az úrnak. A második Szent Mise idején lélekben egyesültem az úrral utána újra jött a nővér, de már lázmérővel, mint ápolónő. Nem volt lázam, mégis súlyos beteg voltam, s nem bírtam felkelni. Újra következett egy prédikáció. Ne engedjek a betegségnek. Azt válaszoltam, tudom nálunk csak az a beteg, aki már haldoklik az újabb erkölcsi intelmekre, azt feleltem, hogy jelenleg nincs szükségem bozgóságra való késztetésre. Erre újra egyedül találtam magam a cellában. Fájt a szívem keserűség töltötte el a lelkem. E szavakat ismételgettem, üdvöz légy új év, üdvöz keserűség kejhe. Jézusom! Szívem utána depedde de betegségem megától abban, hogy testileg részt vegyek a nővérek áhítat gyakorlatain. Ezért lustasággal gyanúsítanak, fájdalmaim erősödtek. Ebédidő alatt meglátogatott a főnöknő, de csak rövid időre nézett be, s már ment is. Kérni akartam, hogy Pia András látogasson meg, mert gyóni szeretnék. Két okból visszatartottam magam. Először nem akartam okot adni a zsörtörődésre, mint a Szent Misénél, másodszor nem lettem volna képes meggyóni, mert elsírtam volna magam, mint egy kisgyermek. Kis idő múlva bejött egy nővér, és megjegyezte a kályhám van teljes vaj. Ért nem iszik, nővér, azt válaszoltam, mert senki sincs, aki ideadná az ágyamba. Ahogy eljött, az éjszaka fokozódtak testi szenvedéseim. Ehhez még lelkiek is járultak. Éjjel és szenvedés. Az éjszaka ünnepi csendjében lehetőségem nyílt korlátlanul szenvedni. Testem, a keresztfára lett feszítve. Rettenetes kínjaim voltak egészen óráig. Lélekben ekkor letérdeltem a tabernákulum elé. Fejem a kehely peremére hajtottam, s könnyeim csendben annak a szívébe folytak, aki egyedül érti meg e szenvedést és fájdalmat. Ekkor édesé váltak szenvedéseim, s lelkem vágyva vágyott ez után az édes haldoklás után, amit a világ semmi kincsével sem cserélnék el. Az Úr lelki erőt adott és szeretetet azok iránt, akik szenvedéseimet okozták. Ez volt az év első napja. napon éreztem egy pompás lélek kimáját. Szándékomra ajánlott a fes papi áldásában részesített. Forró imával válaszoltam. Ó, óságos Uram, mennyire irgalmas vagy! Mindenkit lelkiismerete és belső világossága szerint ítélsz meg nem pedig emberi beszédek alapján. Lelkemet mind jobban elragadja és táplálja bölcsesség egy mely mind mélyebben tárul fel előttem így még jobban láthatóvá válik irgalmad óriási nagysága. Ó Jézusom minden felismerés izzó szeretet lángá válik lelkemben. Időn ma a szent áldozáshoz készültem, Jézus felszólított, hogy írjak többet, és pedig ne csak a kegyelmekről, melyekkel elhalmoz, hanem a külső dolgokról is sok léleg vigaszára. Időn a pap eszenvedéssel teli, éjszaka után az Úr Jézussal a cellámba lépett lelkem forró szeretettel telt el. Éreztem, hogy ha a pap kis ideig még elhúzta volna az áldoztatást, Jézus kiszakította volna magát a kezéből, hogy hozzám siessen. A szent áldozás után ezt mondta az Úr, ha nem hozott volna hozzád a pap, magam jöttem volna el ugyanebben az alakban a szívedbe. Leányom a ma éjszakai szenvedéset sok lélek számára nyerte el az irgalmasság kegyelmét. Leányom, mondani akarok neked valamit, azt válaszoltam, beszél Jézus szomjazom szavaidra, nem tetszik nekem, hogy a nővérek sugdolózásai miatt a P. Andrasznál való gyónást nem végezted el a celládban. Tudd meg, hogy ezzel még több okot atán nekik a sugdolózásra, nagy alázattal kértem bocsánatot az úrtól. Ó, esterem! Utasíts rendre, és ne hagyjál tévejednem! Ó, Jézusom! Ha úgy érzem, hogy nem értenek, meg a lelkem, hadd legyek egy kis ideig egyedül veled. A halandók beszéde nem tud megvigasztalni. Ne küldj hozzám olyan követeket, akik csak maguktól mondanak valamit olyasmit, amit természetük diktál nekik. Az ilyen vigasztalók csak fárasztanak. Időn ma a káplán az Úr Jézust hozta a fény sugárzott az ostjából. Sugara megérintette a szívemet, s azon a lángra gyújtotta. Jézus tudatta velem, hogy kegyelmére még nagyobb hűséggel kell válaszolnom éberségemnek, még érzékenyebbé kell válnia. Az úr azt is megmutatta, hogy több püspök is elgondolkozott az ünnepen, s egy világi úr is. Egyesek lelkesedtek ezért az ünnepért, mások bizalmatlanok voltak. Isten eműve végül mégis dicsőségre emelkedett. Irena és Aria Józefa anyat tájékoztatták eműről ezeket a méltóságokat, akik azonban nem is annyira a mű felől tudakozódtak inkább felőlem. A művel kapcsolatban már nem volt kétség, mert Isten dicsősége már megnyilvánult. A sokkal jobban érzem magam. Nagyon megörültem, hogy a Szent Órán többet elmélkedhetek. Ekkor hallottam a hangot, nem gyógyulsz meg, és ne halogasd a Szent Jónást, mert ez nem tetszik nekem. Ne figyelj arra, amit körülötted suttognak, csodálkoztam a hallottakon, mert ma jobban éreztem magam. De aztán nem gondolkodtam ezen tovább. Ikkor a nővér eloltotta a világosságot, elkezdtem a Szent Órát. Nem sokára azonban éreztem, hogy nincs rendben a szívem. 11 óráig csendben szenvedtem. Később azonban annyira fokozódott a fájdalmam, hogy felköltöttem a velem lakó ennővért. Cseppeket adott s ez annyira segített, hogy már le tudtam feküdni. Ost értettem meg az úr figyelmeztetését. Elhatároztam, hogy másnap hívatok egy papot, s feltárom előtte lelkemet. Addig is imádkoztam a bűnösökért felajánlottam értük minden szenvedésemet. A gonosz lélek nem bírta ezt elviselni. és ez a szellem azt mondta ne a bűnösökért imádkozz, hanem magadért, mert el fogsz kárhozni, egyáltalán nem figyeltem rá, inkább kétszer olyan buzgósággal imádkoztam a bűnösökért. A sátán dühösen üvöltött, bár csak hatalmam lenne feletted s eltűnt. Láttam, hogy szenvedéseim és imáim akadályozzák a munkáját, és sok lelket kiragadnak karmai közül. Jézus! Üdvösségünk barátja! Entsd meg a lelkeket, hogy már itt a földön s majd az örökké valóságban hirdessék irgalmad nagyságát! Ó lelkek nagy barátja, a kimérhetetlen kegyelmedben megnyitottad irgalmad forrását, hogy megerősítsd a gyenge lelkeket életük zarándok útján irgalmad aranyfonálként húzódik egész életünkön keresztül, mely összeköt bennünket Istennel. Indem kizárólag irgalmad műve, mivel boldogságot hoz, nincs semmire szükséged. Örömömben megáll az értelmem, midőn Isten bepillantást enged irgalma mélyére, s megérteti velem ennek végtelenségét. Ahu első pénteke. Reggel a Szent Misén megláttam a szenvedő urat. Azt tűnt fel, hogy nagy kínjai közt Jézus teljesen nyugodt maradt. Egértettem, hogy ez tanítás részemre hogyan kell viselkednem szenvedéseimben. Hosszabb időn át fájdalmat éreztem kezeimben, lábaimban s Ekkor megláttam egy bűnöst, akin segítettek szenvedéseim s általuk közelebb került az Úrhoz. Indent felajánlok az éhező lelkekért, nehogy éhen pusztuljanak a meggyóntam a zárdán káplányjánál. Jézus megvigasztált általa. Ó anyám! Isten egyháza! Te igazi gyermekeit megértő anya vagy! Ilyen jó, hogy Jézus lelki ismeretünk szerint ítél majd meg minket, s nem az emberi szóbeszédek és ítéletek alapján. Ó felfoghatatlanóság! Az ítéletnél is jósággal teven látlak. Bár gyengének érzem magam és pihenni vágyom a kegyelmi sugallat arra késztet, hogy írjak. Írjak a lelkek vigaszára, akiket annyira szeretek, s akikkel megosztom majd az egész örök valóságot. Forrón kívánom nekik az örök életet, azért minden szabad pillanatomat, még a legrövidebbet is kihasználom az írásra úgy, ahogy Annaszt Jézus kívánja. A Szent Misa alatt es atyáról kaptam egy rövid felismerést közösek erőfeszítéseink, amelyek Isten nagy dicsőségét szolgálják. Bár távol élünk egymástól, gyakran vagyunk együtt. A közös cél egyesít bennünket. Jézusom bár ma nagyobb áhítattal akarlak szívembe fogadni, mint bármikor, de éppen most sokkal szárazabb a lelke, mint bármikor. Hitem azonban erős így érkezésed gyümölcse, uram, mégis gazdag lesz. Bár néha úgy jössz, hogy nem hagy érzékeimre és értelmemre csak magasabb szinten érénkezel velem megesik, azonban hogy értelmem és érzékeim is részesülnek jöveteled örömében. Gyakran kérem Jézust, hogy a híd világítsa meg értelmemet. E szavakkal kérem az Urat, Jézus adj nekem világos értelmet, de csak azért, hogy jobban megismerhesselek téged, mert minél jobban ismerlek, annál forróbban szeretlek. Adj nekem nagy megértést, hogy megismerhessem nagy isteni lényet s háromságos benső életedet. Tett képesi erre különleges kegyelmeddel értelmemet, bár tudom, hogy sok mindenre képesítesz bennünket az egyház által közvetített kegyelmekkel, van azonban a kegyelmeknek egy óriási kincstára, amelyekből kéréseink szerint juttatsz nekünk, Uram. De ha ez a kérésem nem talált tetszésedre, kérlek ne indíts ilyen imára engem. Nagy tökéletességre törekszem, hogy ezzel hasznára lehessek az egyháznak. Így erősebbé válik vele a kapcsolatom. Inden egyes lélek szentsége vagy bukása visszatükröződik az egész egyházban. Ha megfigyelem magam s az engem körülvevő embereket látom, milyen nagy befolyást gyakorlok más lelkekre. Nem hősi cselekedetekkel, mert ezek önmagukban is feltűnőek kis gesztusokkal egy-egy tekintettel szóval és sok más dologgal melyeket nem kívánok most felsorolni. Azonban ezek is hatnak és visszhangoznak más lelkekben, amit magam is tapasztaltam. Ilyen jó, hogy a szabályzat hallgatást ír elő a háló termekben és előírja azt is, hogy a szükséges idő túl nem lehet benne tartózkodni. Ellenleg olyan szobám van, ahol ketten alszunk ha nem érzem jól magam s feküdnöm kell, nehezemre esik, ha valaki folyton a szobámban ül, en nővér egy kézi munkán dolgozott s egész idő alatt a szobámban tartózkodott. Egy másik nővér is bejárt hozzá, hogy tanítsa. Ennyire gyötört mindez lenne, nem írhatom. Ha az ember kimerült, mert az egész éjszakát végig szenvedte, minden kiejtett szó az ember agyába fúródik. Főleg akkor, ha az ember szemei a fáradtságtól majdnem leragadnak. Ó szabályzat! Ennyi szereted van benned! Időn a litániána van a csodát művelt erős karjával, szavakat énekeltük lelkem mély áhítatba merült, s felismertem, hogy az Úr lelkemben hamarosan befejezi művét. Ár nem csodálkozom azon, hogy az Úr nem tárt fel előttem azonnal mindent. Érd vagy ma oly szomorú Jézus! Ondd meg nekem, ki okozza bánatodat! Jézus válasza azok a választott lelkek, akikben nem él az én lelkületem, akik csak a betű szerint élnek, s ezeket a betűket többre becsülik, mint lelkületemet, a szeretet lelkét. Egész szerzetes rendemet a szeretetre építettem, de nem látok szeretetet még a rendekben sem. Ezért van bánattal telve a szívem. Ó Jézusom, bár szörnyű kínok és fájdalmak között élek. Ég is érzem Isteni szíved engem mind becézget. Úgy ölelsz magadhoz, mint egy jó anya. És megizlelteted velem, amit még lepelt akar. Ó Jézusom, körülöttem szörnyű üresség és vélelem. Szívem érzi mégis Isteni tekinteted. Semmilyen vihar nem homályosítja ezt bennem. Te magad biztosítasz bensőmben, hogy nagyon szeretsz Istenem. Ó Jézusom az élet nagy nyomorúságában. Csillagként ragyogsz tes nem adott lelkem a pusztulásnak. Es bár nagy az én nyomorúságom. Irgalmat hatalmába vetem minden bizakodásom. Ó errejtett Jézus végső órám küzdelmében. Lelkemet kegyelmet végtelen ereje védje hogy halálom után azonnal megláthassalak téged. Szemtől szemben mind választottaid az égben. Ó Jézusom, annyi veszély közt élve életem. Ég is jongással emelem fel fejemet. Erdszerető szerető szívedet látva, ó Jézus! Eloszlik a sötétség s az ellenség elnémul. Jézusom! Rejtsen lengem irgalmadban, s óvi meg azoktól a dolgoktól, amelyek megrémiszthetnék lelkem. Ne csalódj ég bizalmam, melyet irgalmadba helyeztem. Végy meg irgalmad minden hatóságával is kegyesen íté meg engem. A Szent Misa alatt imazsámolyom mellett megpillantottam a kis Jézust. Körülbelül egy éves lehetett s kérd karjaimba. Ahogy felemeltem szívemhez simult, s azt mondta, hol érzem magam, a szívedem bár kicsinke, vagy tudom, hogy Isten vagy. Ért kisgyermek képében szólsz most hozzá, mert a lelki gyermekségre akarlak megtanítani. Azt akarom, hogy egészen kicsiny legyél. Ha kicsiny vagy szívemen hordozlak úgy, ahogy most te tartasz engem a szíveden, akkor magam maradtam. Senki sem értheti, hogy mit éreztem ez alatt teljesen Istenbe merültem akár a tengerbe dobott szivacs. Jézusom, te tudod mi mindent éltem át, amiatt, hogy az igazat megmondtam. Ó igazság, mennyire elnyomnak sokszor, s szinte mindig tövis koronában jársz. Ó örök igazság, támogass, hogy legyen bátorságom igazat szólni, még ha életemmel kell, és azt megpecsételnem. Ó Jézusom, milyen nehéz hinni ebben, amikor az ember az életben más tanítást s más cselekedetet lát. Ezért az élet hosszas tanulmányozása után a lelki gyakorlat alatt elhatároztam, hogy tekintetemet szilárdarát szegezem Jézusom tökéletes példaképem. Ó örökké valóság, mely annyi titkot fetsz, majd fes rámutatsz az igazságra. Ó élő ostya! Támogass ebben a számkivetésben, hogy követni tudjam egváltóm nyomdokait. Nem kérem, hogy védj le a keresztről, inkább azt kérem, adj erőt, hogy kithar csak rajta. Én is keresztre akarom feszítetni magam és szenvedni azokat a kínokat, melyeket te elszenvedtél Jézusom. Fenékig ki akarom inni a keserűség kejhét. Isten jósága a legszentebb oltári szentségben errejtett Isten irgalma az Úr hangja, aki irgalma trónjáról így szól hozzánk, őjetek hozzám minnyájan. Az irgalmas Isten beszélgetése a bűnös lélekkel. Jézus bűnös lélek, ne váltott váltottól. Elsőként jövök hozzád, mert tudom, hogy te nem vagy képes magadtól felemelkedni hozzám. Gyermekem, ne menekülj el atyád elől. Kezdj elbeszélgetni irgalmas Isteneddel, aki maga akarja megadni neked a feloldozás szavait, s el akar árasztani kegyelmeivel. Ó, milyen értékes számomra a lelked! Tenyerembe írtalak, s ég égtél a szívembe. A lélek uram, hallom a hangodat, amely visszahív a téves útról, de sem erőm, sem bátorságom nincs követni téged. Jézus én vagyok az erődén, segítlek a harcban. A lélek uram felismerem szentségedet és félek tőled. Jézus írt félsz gyermekem az irgalmas Istentől. Szentségem nem akadályoz meg, hogy irgalmas legyek hozzád. Nézd lélek miattad alapítottam meg a földön irgalmasságom trónusát a tabernákulumot. Onnan akarok a szívedbe szállni. Nézd sem őrökkel, sem kísérettel nem vettem körül magamat. Indenkor szabad belépésed van hozzám. A nap minden percében beszélni akarok veled, hogy kegyelmeimben részesítselek. A lélek uram féleg vajon bűneim nagy sokaságát mind megbocsátod en nekem. Szorongással tölt el nyomorúságom. Jézus irgalmam nagyobb, mint nyomorúságod és az egész világ nyomorúsága. Ki tudja lemérni jóságomat? Érted, jöttem a mennyből a földre. Értet engedtem, hogy felfeszítsenek a keresztre. Értet hagytam lándzsával megnyitni szentséges szívemet. Ezzel megnyílt számodra az irgalmasság forrása. Ő és meríts a bizalom edényével ebből a forrásból. Egy alázatos szívet soha sem utasítok el. Nyomorúságod elmerül irgalmam mélységében. Ért vitázol velem nyomorúságodra hivatkozva. Szerez nekem örömet azzal, hogy hozzám jösszad nekem minden szükséged és nyomorúságot, s betöltelek kincseimmel. A lélek uram! Óságot legyőzte megkövült szívemet. Bizalommal s alázattal jövök törvény Helyettesed keze által oldozz fel magad bűneim alól. Uram érzem a rám áradó kegyelmeket s a békét. Érzem, hogy teljesen átjár irgalmad uram többet bocsátasz meg nekem, mint amennyit remélni és gondolni mertem. Óságot felül múlja minden vágyamat. És most sok kegyelmedért hálából meghívlak szívembe. Tévejektem, mint egy elveszett gyermek, de te akkor is atyám maradtál. Sokszorozd meg bennem irgalmad, mert látod, milyen gyenge vagyok. Jézus gyermekem, ne beszélj már nyomorúságodról, mert én már elfelejtettem azt. Hall, mit akarok neked mondani simúj sebeimhez, smeríts az élet forrásából mindent, amire a szíved vágyik. Így áll bőségesen az élet vizéből, s nem fáradsz el utadon. Nézd irgalmam fényét, s ne félj megváltásod ellenségeitől. Dicsérd irgalmamat! Az irgalmas Isten beszélgetése a kétségbe esett lélekkel. Jézus te sötétségbe merült lélek. Ne eskétségbe még nem veszett el minden. Kezdj elbeszélgetni Istennel, aki maga a szeretet és irgalom a lélek, azonban süket Isten hívására és még nagyobb sötétségbe zuhan. Jézus újra hívja lélek, hald meg irgalmas atyát, szavát. A lélekben ez a válasz kér számomra, már nincs irgalom, még mélyebb sötétség veszi körül. A kétségbeesés bizonyos fajtája, mely már a pokol előízét hordozza, s teljesen képtelenné teszi a lelket, hogy Istenhez közeledjen. Jézus harmadszor is szólítja, de a lélek süket és vak maradt, s keménységében és kétségbeesésében kezd megszilárdulni. szilárdulni. Ost kezdődik Isten irgalmának benső működéses Isten a lélek minden mindennemű közreműködése nélkül megadja néki a végső kegyelmet. Ha a lélek ezt is elutasítja, Isten meghagyja jelen állapotában, amit a lélek maga választott örökre magának. Ez a kegyelem Jézus irgalmas szívéből fakad. Fényivel megvilágítja a lelket, aki kezdi megérteni Isten erőfeszítéseit, de Isten felé fordulása most már saját magától függ. Tudja, hogy ez számára az utolsó kegyelem saj jó irányba megmozdul, még ha igen kis mértékben is, minden továbbit elvégez Isten irgalmassága. Jézus itt irgalmam minden hatósága működik. Áldott az a lélek, aki felhasználja ezt a kegyelmet. Szívemet nagy örömmel tölti el, amikor visszatérsz hozzám. Látom, hogy nagyon gyenge vagy, ezért karjaimba veszlek s elviszlek atyám házába. A lélek mintha feléledne. De félelemmel telve megkérdi lehetséges, hogy még van irgalom a részemre. Jézus gyermekem! Épp neked van jogod az irgalmamra. Engedd ezt az irgalmat hatni szegény lelkedben. Engedd be lelkedbe a kegyelem sugarait, ezek majd fényt meleget életed visznek bensődbe. Lélek, ha bűneimre gondolok, mégis félelem fog el. Ez az irtózatos félelem jóságodban való kétkedésre vezet. Jézus tud meg lélek, hogy összes bűnöd nem sebezte meg oly fájdalmasan lelkemet, mint jelen kételkedésed. Szeretetem és irgalmam ennyi erőfeszítése láttán sem bízol jóságomban. Lélek uram! Encs meg magad, mert elpusztulok. Légy a egváltóm! Ó uram, többet már nem vagyok képes elmondani, mert szegény szívem megszakad. De te uram! Jézus nem engedi a léleknek végigmondani e szavakat. Felemeli a földről nyomorúsága mélységéből szíve hajlékába. Inden bűn azonnal eltűnt, mert a szeretet tüze elégette őket. Jézus lélek, itt szívem minden kincse. Végy belőle annyit, amennyire szükséged van. Lélekó uram érzem, eltölt kegyelmed érzem, hogy új élet árad belém. Indenek előtt szeretetedet érzem a szívemben, s ez elég nekem. Ó, uram, az egész örökké valóságon át fogom irgalmad minden hatóságát. Óságot felbátorít, hogy szívem minden keservét elmondjam neked. Jézus ongyel el minden gyermekem semmit se hallgass el, mert egy szerető szív a legjobb barátot szíve hallgat. Uram! Most látom minden hálátlanságomat, s a te végtelen jóságodat. Követtél kegyelmeid, de én ezt semmibe vettem. Látom, hogy a pokol mélye illeted volna meg, mert elfecséreltem kegyelmeidet. Jézus félbeszakítja a lelket, nem erője a nyomorúságod részletezésébe túl gyenge vagy, hogy erről beszélj inkább néz szeretet teljes szívembe vedd át érzelmeimet, s törekedj a csendre és alázatosságra. Ásokkal szemben légy irgalmas, ahogy én is irgalmas vagyok veled. Ha azt látod, hogy gyengül az erődjői irgalman forrásához, s erősítsd meg lelkedet, úgy nem fáradsz el utadon. Lélek, ost megértem irgalmadat, amely fényes felhőként ölel körül, s elvezet atyám házába. Edvéd a rettenetes pokoltól, amit nem egyszer, de ezer szeresen is megérdemeltem. Ó, uram, az egész örökké valóság nem elég, hogy felfoghatatlan irgalmadat és könyörületedet méltón dicsérjem. Az irgalmas Isten beszélgetése a szenvedő lélekkel. Jézus lélek, látom, mennyire szenvedsz, hogy már nincs erőd velem beszélni sem. Ezért magam szólok hozzád ha szenvedéseid a legnagyobbak lennének is ne veszíts be lelked békéjét, ne add át magad a csüggedésnek. Ond el meg a szívedet. Ongy el mindent, mindent légy őszinte velem. Fett fel szíved minden sebét. Én meg fogom gyógyítani. Szenvedéseit pedig szentséget forrásaivá válnak. A lélek uram szenvedéseim oly nagyok és oly sok félik, s már oly régóta tartanak, hogy elfog a csüggedés. Jézus gyermekem! Nem szabad elbátor talanodnod. Tudom, hogy határtalanul bízol bennem. Tudom, hogy ismered jóságomat és irgalmamat beszéljük meg tehát részleteiben mindazt, ami leginkább nyomja a szívedet. A lélek annyi és oly különböző dolog fáj, hogy nem is tudom először, mivel kezdjem s hogy fejezzem ki magam. Jézus egyszerűen beszél, mint barát a baráttal. Ondel el hát mi akadályoz a szentség útján. A lélek gyenge egészségem akadályoz a szentség elérésében. Nem tudom teljesíteni a kötelességeimet. Hamu és por vagyok. Nem tudok önmegtagadást gyakorolni és szigorúan bőtölni, ahogy a szentetették. Ás rész nem hiszik el, hogy beteg vagyok, így fizikai szenvedéseimhez lelkiek is járulnak, ami sok megaláztatást von maga után. Ó Jézusom, hogy lehetnék így szenté. Jézus úgy van, gyermekem, ezek mind szenvedések, de a keresztúton kívül nincs más út az egekbe. Agam jártam először ezt végig. Tudd meg, ez a legrövidebb, s a legbiztosabb út. A lélek uram még egy akadálygától. Hűséges vagyok hozzád, ezért üldöznek és sok szenvedést okoznak nekem. Jézusivel nem e világból való vagy, azért gyűlöl e világ. Engem előbb üldözött. Ez az üldözés a jele, hogy hűségesen követed a nyomdokaimat. A lélek uram újra csak csüggedek, mert sem az előjáróim, sem a gyóntatom nem értik meg benső szenvedéseimet. Sötétség borítja értelmemet. Hogy juzsak így előbre. Ez mind csüggeszt. Azt kell hinnem a szentség magaslatait nem nekem rendelték. Jézus látott gyermekem ezzel sokat mondtál nekem. Tudom nagyon fájdalmas, ha nem értik meg az embert, főleg ha azok sem, akiket szeretünk, s akik iránt nagyon őszintig vagyunk. Legyen elég neked, hogy én megértem minden gondodat és szükségleteidet. Örömet okoz nekem mély hited, melyel mindezek ellenére viseltetsz helyetteseim iránt. De tisztában kell lenned azzal is, hogy az emberek nem értik meg egészen a másik ember lelkét, mert ez felülmúlja képességeiket. Ezért maradtam itt a földön én magam, hogy sebzett szívedet megvigasztaljam s megerősítsem a lelked, nehogy elankadj életutadon. Azt mondod, nagy sötétségben van az értelmed. Ért nem jössz hozzám ezekben a pillanatokban, aki magam vagyok a világosság. Egyetlen pillanat alatt annyi fényt és a szentség oly megértését öntöm a lelkedben, mint amennyit egyetlen könyvben sem találsz. Egyetlen gyóntató sem lenne képes valamely lelket így tanítani és megvilágítani. Tudd meg azt is, hogy ezt a lelki sötétséget, amelyre panaszkodt, először én szenvedtem el érted az olajfák hegyén. Lelkemet halálos szomorúság nyomasztotta, s ebből csak egy csekély részt juttattam neked különleges szeretetem jeléül, annak a magas szentségnek az elérésére, melyet részedre az égben elrendeltem. Szívemhez legközelebb a szenvedő lélek áll. A lélek ég egyet, uram. Itt tegyek, ha az emberek elvetnek és eltaszítanak, főleg azok, akikre jogosan számíthatnék és épp legnagyobb gondjaimban. Jézus gyermekem, határozd el erősen, hogy sohasem támaszkodsz emberekre sokkal helyesebb, ha egészen az én akaratomra hagyatkozol, s azt mondod ne az én, hanem a te akaratot legyen meg Istenem, tudd meg, ha ezeket a szavakat szíve mélyéből mondja ki a lélek egy pillanat alatt a szentség csúcsaira emelkedik. Különösen kedvemet találom az ilyen lélekben s nagy dicsőségemre szolgál. Erényének illata betölti az eget. Azt is tudt, hogy szenvedéseid viseléséhez az erőt a szent áldozás gyakori vételének köszönheted. Ő sokszor az irgalomnak ehhez a forrásához és meríts belőle a bizalom edényével mindent, amire csak szükséged van. A lélek hála néked, Uram, mérhetetlen jóságodért, hogy ebben a számkivetésben velünk maradtál, s mint az irgalmasság istene velünk lakozol és kisugárzod ránk irgalmad és jóságod fényét. Sugarait fényénél látom meg, hogy mennyire szeretsz engem. Az irgalmas Isten beszélgetése a tökéletességre törekvő lélekkel. Jézus kedvesek előttem erőfeszítései lélek ki a tökéletesség elérésére törekszel. De miért látlak oly sokszor szomorúnak lehangoltnak? Ond gyermekem mit jelent szomorúságot s mi okozza azt? A lélek uram! Azért vagyok szomorú, mert őszinte jó szándékom ellenére gyakran elbukom s mindig ugyanazon hiba miatt. Reggel megteszem elhatározásomat s este szomorúan látom, milyen messze távolodtam el tőle. Jézus látott gyermekem, mit érsz te magadtól? Sikertelenségednek főleg az az oka, hogy túlságosan magadra számítasz és nem eléggé támaszkodsz rám. Ez azonban ne szomorítson el túlságosan, hiszen az irgalmas Istennel van dolgod. Nyomorúságot nem meríti ki, hisz nem korlátoztam megbocsátásaim számát. A lélek igen tudom mindezt, de nagy kísértések szorongatnak. Különféle kétségek támadnak bennem minden ingerel és elkedvetlenít. Jézus gyermekem tudnod kell, hogy a szentség legnagyobb akadálya a kedvetlenség és az alaptalan nyugtalanság. Ezek elveszik tőled az erények gyakorlásának lehetőségét. Belső békédet egy pillanatra se zavarja meg semmiféle kísértés. Az ingerlékenység és kedvetlenség pedig önszeretetet gyümölcsei. Ne bátortalan, hogy el, ha nem törek egy arra, hogy ön helyére az én szeretetem kerüljön. Bízzál tehát, gyermekem. Nem szabad elkedvetlenedned. Inkább jöjj hozzám, bocsánatért kész vagyok mindenkor megbocsátani. Inél többször kérsz erre, annál inkább megdicsőíted irgalmasságomat. A lélek felfogtam mi a tökéletesebb és mi az, ami neked tetszik, de sok minden akadályoz abban, hogy teljesítsem, amit megismerek. Jézus az élet itt a földön harc és pedig nagy harc királyságomért. De ne félj, nem vagy egyedül. Indig megerősítelek, ezért támaszkodj karomra, s harcolj minden félelem nélkül. Vedd a bizalom edényét és meríts az élet forrásából. Ne csak magadnak, de gondolj más lelkekre is, főleg azokra, akik nem hisznek jóságomban. A lélekó uram érzem, hogy szívem megtelik szereteted, elsérgalmad és, és jóságot sugarai átjárták lelkemet. Indulok felhívásodra, megyek a lelkeket meghódítani, kegyelmedre támaszkodva kész vagyok követni téged nem csak a tábor, de a Kálvária hegyére is irgalmat forrásához akarom vezetni a lelkeket, hogy ők is tükrözzék kegyelmet sugarainak fényét, hogy teljék meg atyát Ha az ellenség rám irányítja lövedékeit, irgalmat pajzsával védekezem. Az irgalmas Jézus beszélgetése a tökéletes lélekkel. A lélek uram és esterem beszélni szeretnék veled. Jézus beszél, mindig hallgatlak, szeretett gyermekem, mindig várok rád. Iről akarsz velem beszélni? A lélek uram. Indenek előtt ki akarom önteni lábaidnál a szívemet hálából azért a sok kegyelemért és jó téteményért, melyekkel szüntelenül elhalmozol engem. Ha mindent fel akarnék sorolni, amivel elárasztasz engem, nem tudnám. Csak azt tudom, nem volt az életemben olyan pillanat, amikor nem tapasztaltam volna oltalmad és jóságod. Jézus kedves számomra beszéded. Hálaadásod pedig újabb kegyelmeket tár fel előtted. De gyermekem ne csak általánosságban beszéljünk, hanem egyenként is mindarról, ami leginkább nyomja szívedet. Beszélgessünk meg hitten őszintén, mint két szerető szív. A lélek irgalmas uram. Szívemben olyan titkokat őrzök, melyekről rajtad kívül senkinek nincs tudomásos nem is lesz. Senki sem értené meg, ha el is akarnám mondani őket. Helyettesed, a gyóntatóm ismeri őket egy kis sédet, csak annyiban, amennyire képes vagyok feltárni előtte titkokat. A többi örökké köztünk maradó uram. Bűneimet megbocsátva betakartál engem irgalmat köpenyével. Egyetlen alkalommal sem tagadtad meg tőlem megbocsátásod irgalmat, pedig mindig új élettel ajándékozott meg a kegyelem életével hogy ne legyenek semmiben kétségeim az egyház gondos védelme alá helyeztél. Annak a gyengéd igaz anyának oltalmába, aki nevedben megerősít a hit igazságokban s ügyel arra, hogy el ne egyek. Főleg azonban irgalmat székénél részesül lelkem irgalmad egész tengerében. A bukott angyaloknak nem adtál időt megtérésre részükre, nem hosszabbítottad meg az irgalom idejét. Ó, uram, életem útjára szent papokat állítottál, akik a biztos utat mutatják nekem. Jézusom még egy titkot rejt az életem. Ez a legmélyebb és legkedvesebb ezt te magad vagy a kenyér színében, amikor eljössz hozzám. Egész szentségem ebben rejlik. Itt egyesül szívem a szíved összeolvad vele. Itt már nincs semmi titok, mert minden, ami a tied, az enyém is, és ami az enyém, az a tied íme irgalmasságod minden hatósága és csodája. Ha valamennyi emberi és angyali nyelv együtt véve ki akarná fejezni szeretetet, titkát és mérhetetlen irgalmadat, az sem lenne elég. Ikkor a szeretet titkán gondolkodom szívem a szeretet új extázisával, szédüls hallgatásával mond el neked mindent. A szeretetnek nincsenek szavai. Szívem egyetlen dobbanása sem vés el így ó uram óriási leereszkedésed ellenére nagyságot nőtt önő lelkemben, s még erősebb szereteted vált ki bennem irántad egyetlen szerelmem iránt. A szeretetben veled egyesült lélekülső megnyilvánulásai tökéletes tisztaság mély alázat gyengét, csendesség s a lelkek megmentésére irányuló nagy buzgóság. Ó legédesebb uram! Inden pillanatban őrködsz felettem, s ha szívem két lehetőség között ingadozik, sugallatod megmondja, hogy az adott helyzetben miként kell eljárnom. Olykor magad lépsz közbe elhatározásomnál. Ó számtalan esetben hirtelen megvilágosítással magad adtad tudomra, mi az, ami jobban tetszik néked. Ó milyen sok titkos megbocsátás van, amiről senki sem tud így gyakran öntöttél erőt s bátorságot a lelkembe, hogy előbbre jussak. Te közvetlenül beavatkoztál az emberek cselekedeteibe és magad távolítottad el a nehézségeket, hogy utamról. Ó Jézusom, mindaz, amit elmondtam, csak halvány árnyéka annak, ami a szívemben jelen van. Ó Jézusom, mennyire vágyódom a bűnösök megtérésére. Te tudod, mi mindent teszek, hogy részedre megnyerjem őket. Inden téged ért fájdalom végtelenül fáj nekem. Te látod, hogy erő megészségem, sőt életem sem kímélem királyságot védelmében. Bár itt a földön nem láthatók erőfeszítéseim, de a szemedben megvan az értékük. Ó Jézusom! Úgy szeretném irgalmat forrásához vezetni a lelkeket, hogy az élet éltető vizéből bizalmuk edényével minél többet merítsenek. Inél jobban meg akarja tapasztalni magán Isten irgalmát, valamely lélek annál nagyobbnak kell lenni bizalmának, melyel Istenhez közelít. Ha Isten iránti bizalma határtalan, Isten irgalma is határtalan lesz a részére. Ó Uram, ki szívem minden rezdülését, te tudod mennyire szeretném, hogy minden szív érted dobogjon, s mindegyik irgalmad nagyságát áldja. Jézus kedves gyermekem, szívem örömme! Beszélgetésed drágább nekem, mint az angyalok éneke. Tárva állnak előtted szívem kincsei. Erítsd ebből a szívből mindazt, amire neked és az egész világnak szüksége van. A te szeretetedért elhárítom az emberek megérdemelt büntetését. Az irántam való tiszta szeretet egyetlen tette kedvesebb nekem, mint a nem tökéletes lelkek ezernyi himnusza. Egy szerető sóhajott kárpóltól sok istentelen ember megvetéséért. Érhetetlen értékkel bír szememben az erény legkisebb tette az által a szeretet által, amelyel hozzám ragaszkodsz. Az ilyen lélekben, amely kizárólag szeretetemből él, úgy uralkodom, mint az égben. Éjjel-nappal rajta nyugszik a szemem, s mindenkor tetszésem találom benne. Fülem kérésére és szíves utogására is hallgat gyakran meg is előzöm kéréseit. Különlegesen szeret egy gyermekem szemem, fénye pihenj meg egy percre szívemen. Ízled meg szeretetemet, melyet az egész örökké valóságban élvezni fogsz. Gyermekem! Ost azonban még nem vagy az atyai házban. Egy tehát megerősödve kegyelmemmel s harcolj királyságomért az emberek lelkében. Harcolj, mint egy királyi gyermek s gondolj arra, hogy a számkivetés napjai gyorsan véget érnek s velük az érdemszerzés lehetősége is. Sok lelked várok tőle egy gyermekem, akik majd örökre hirdetik és dicsőítik irgalmasságomat. Gyermekem, hogy eredményesen teljesíthess kívánságomat, fogadj magadhoz minden nap a szent áldozásban. Ez erőt ad néked. Jézusom, ne hagyd magamra a szenvedésben. Te tudod, Uram, milyen gyenge vagyok. Én vagyok a nyomor mélysége igazi semmiség. Csodálható-e, ha magamra hagyva elbúgom. Csecsemő vagyok, aki nem tud magán segíteni, de minden elhagyatottságom mellett is remélek érzéseim ellenére csupa bizalomá változom. Ne csökkentsd szenvedéseimet, csak adj erőt elviselésükre. Tégy velem, Uram, amit akarsz, csak add kegyelmedet, hogy minden esetben minden körülmények között szerethesselek. Ne kisebbítsd a keserűség kejhét, csak adj erőt, hogy ki tudja minni. Uram! Néha felemelsz a mások fényében, máskor újra visszaejtesz a sötét éjszakába, semmiségem szakadékába. A lélek magára marad a nagy vadomban. Indezek ellenére mégis bízom benned Jézusom, mert te változatlan vagy. Hangulataim változnak, de te mindig ugyanaz vagy telve irgalommal. Jézus. Az életforrása tégy szentély engem. Erőm erősíts parancsnokom harcolj értem. Lelkem egyetlen fénye világosíts meg. Esterem vezes engem. Tőled függök, mint a csecsemő anyja szeretetétől. Ha minden összeesküdne is ellenem, ha megnyílna alattam a föld szíveden, akkor is nyugodt maradok. Indig legdrágább anyám maradsz túlszárnyalva minden más anyát. Fájdalmaimat hallgatással panaszolom el neked, s te megértesz engem a meglátogatott az úrs azt mondta leányom ne félj attól, ami vár rád. Semmi olyat nem adok neked, ami felülmúlja erődet. Ismered kegyelmem erejét. Ez legyen elég számodra e szavakkal Isten mélyebben megértette velem kegyelme működését. A szent áldozás előtt Jézus tudatta velem, hogy nem szabad megbíznom egyik nővérünkben, mert nem tetszik neki ennek a nővérnek az agyafúrtsága és ravassága. Leányom ez előtt a nővér előtt ne nyilvánítsd kinézeteidet és véleményedet bocsánatot kértem az úrtól azért, ami nem tetszett neki ebben a nővérben, s azt is kértem, hogy engem pedig erősítse meg kegyelmével, ha újra beszélgetni kezd velem ez a nővér. Sok dologról kérdezett, amire igazi testvéri szeretettel válaszoltam, és hogy bebizonyítsam, mennyire szívből beszélek néhány saját tapasztalatot is említettem. De ennek a nővérnek más szándékai voltak, s más szavak hagyták el ajkait. Ó Jézusom! Attól a perctől fogva, hogy teljesen átadtam magam néked, egyáltalán nem gondolok magamra. Tehetsz velem, amit akarsz. Csak arra gondolok, ami neked jobban tetszik, s amivel neked, uram, örömet okozhatok. Indem lehetőségre ügyelek, s nem törődöm azzal, miként vélekednek felőlem. Időn ma meglátogatott ugyanaz a nővér, akitől óvaintett az úr lélekben felkészültem a harcra. Bár nehezemre esett hajszányít, sem tértem el Isten intelmétől. Időn már majd egy óra eltelt, s a nővér még mindig nem gondolt a távozásra lelkemben Jézustól segítséget kértem. Ekkor hallottam, ne félj, figyellek és segítek neked. Küldök két másik nővért, akik mindjárt meglátogatnak ekkor már könnyen folytathatod a beszélgetést. Abban a pillanatban bejött két másik nővér. Most már könnyen ment a beszélgetés, de még vagy egy fél óráig eltartott. Ó, milyen jó dolog, hogy beszélgetés közben is kérhetjük Jézus segítségét. Ó, milyen jó a békés időszakban segítő kegyelemért imádkozni. Leginkább az úgynevezett bizalmas beszélgetésektől félek. Ilyenkor különösen szükségünk van Isten megvilágosító segítő kegyelmére, hogy hasznos legyen a társalgásunk mind az illető lélek, mint saját magunk részére. Isten segít, de kérnünk kell őt rá. Senki se bízon csupán önmagában. A már kora reggel óta sötétségben van a lelkem. Nem tudok Jézushoz emelkedni, úgy érzem, mintha elhagyott volna a teremtményekhez nem kívánok világosságért fordulni, mert tudom, hogy tőlük nem kapom meg ezt, ha Jézus sötétben akar hagyni. Alávetem magam szent akaratának, és szenvedek, bár a harc mind nagyobb méreteket ölt. A vesperás alatt egyesülni akartam a nővérek imáival. Időn gondolatban beléptem a kápolnába, a lelkem még nagyobb sötétségbe merült. Indennel szemben kedvetlenséget éreztem. Ekkor meghallottam a sátán hangját, látod milyen ellentmondásos mindaz, amit Jézus ad neked, egy kolostor alapítását bízza s betegséggel sújt. Ek parancsolja hogy az irgalmasság ünnepének bevezetéséről, pedig a világ egyáltalán nem akar ilyen ünnepet. Ért imádkozol ezért az ünnepért. Nem helyén való ez az ünnep, lelkem hallgat, erős akarattal imádkozik, nem kezdve beszélgetést a sötétség szellemével. Azonban oly különös életújtság tört rám, hogy csak akaratomnal nagy feszítése árán tudtam igent mondani az életre. Újra hallottam a kísértő hangját, kért holnap reggel a szentáldozás után a halált az úrtól, biztosan meghallgat, hiszen olyan sokszor megadta, amit kértél, tőle hallgattam, s megfeszített akarattal tovább imádkoztam, még jobban alávetve magam Isten akaratának. Bensőségesen kértem ne hagyjon el ebben a pillanatban. Ár este óra van. Inden nővér alszik cellájában csak az én lelkem harcol nagy erőfeszítéssel. Aki kísértő tovább csábít itt törődsz más lelkekkel, csak magadért imádkozz. A bűnösök megtérnek a te imád nélkül is. Látom most nagyon szenvedsz. Adok neked egy tanácsot. Ettől függ majd boldogságod. Soha ne beszélj Isten irgalmáról, főleg ne bátorítsd a bűnösöket, hogy bízzanak Isten irgalmában, mert megérdemlik az igazságos büntetést. A másik fontos dolog, hogy ne említsd a gyóntatóidnak, mi megy végbe a lelkedben, főleg ne a rendkívüli gyóntatódnak és a Vilniusi papnak. Ismerem őket, tudom kik ők, ezért óvlak tőlük. Nézd, hogy jó apáca a légy elég, ha úgy élsz, ahogy a többiek miért teszed ki magad oly sok nehézségnek. Továbbra is hallgattam. Akaratom végig kitartott Isten mellett bár szívemből panaszkiáltás hallatszott. Végre elhagyott a sátáns elgyötörve elaludtam. Reggel a szentáldozás után, ahogy beléptem a cellámba tért revetettem magam s ismételtem felajánlottam magam Isten legszentebb akaratának. Kérlek, Jézus adj erőt a harchoz! Legyen meg a te szent akaratod. Lelkem szent akaratodban találja örömét. Ebben a pillanatban megpillantottam Jézust, aki azt mondta elégeded vagyok cselekedeted el. Légy továbbra is nyugodt az irgalmasság ügyében, mindig úgy járj el, ahogy módodban áll. Őszinteséget a gyóntatód iránta lehető legnagyobb legyen. A sátán azért nem ért célt nálad kísértéseivel, mert nem álltál vele szóba. Továbbra is így viselkedj. Hűséges küzdelmeddel ma nagy dicsőséget szereztél nekem. Vizsd jól a szívedbe és erősítsd a tudatodban, hogy mindig veled vagyok, még ha a harc idején nem is érzed a jelenlétemet. A átvitt engem az Úr szeretete a túlvilágba. Elmerültem a szeretetben. Szeretek sérzem, hogy engem is szeretnek. Ezt egészen tudatosan átélem. Lelkem elmerül az úrban, felismerem végtelen fölségét, egy idejűleg látom saját semmiségemet. Ebben a felismerésben még nagyobb a boldogságom. Ez a tudat nagy és hatalmas a lélekben, de ugyanakkor oly édes. Amikor éjszaka a szenvedéstől nem tudok aludni, bejárok minden templomot, skápolnát és imádom a legméltóságosabb oltári szentséget. Visszatérve saját kápolnánkban imádkozom bizonyos papokért, akik Isten irgalmát hirdetik és dicsőítik. A Szent Atya szándékára is imádkozom s kérem Isten irgalmát a bűnösökért, ezek az éjszakáim. Soha senki előtt sem alacsonyodom le. Nem bírom elviselni a hízelgést. Az alázat az igazság. Az őszinte alázatban nincs megalázkodás. Bár az egész kolostor legcsekélyebbjének érzem magam, mégis büszke vagyok, hogy Jézus jegyesen lehetek. Nem tesz semmit, ha azt gondolják rólam, hogy büszke vagyok. Ez csak emberi vélemény, ami nem látja az okot. A kolostori életem kezdetén mindjárt a novíciátus után elkezdtem különlegesen gyakorolni az alázatosságot. Nem elégettem meg az Istentől rendelt megaláztatásokkal túl magam kerestem újabbakat. Így az előjárók előtt olykor olyannak mutatkoztam, amilyen nem voltam a valóságban. Rövid időn belül Jézus megmutatta, hogy az alázatosság csak igazság. Ettől fogva megváltozott szemléletem s hűségesen követtem Jézus világosságát. Felismertem, hogy ha a lélek Jézussal van, akkor ő nem engedi meg, hogy egyjen. Uram, te tudod, hogy ifjúságom óta mindig a te akaratodat kerestem, s ha felismertem, azon igyekeztem, hogy teljesítsem. Szívem hozzászokott a szent lélek sugallataihoz, akihez hűséges vagyok. A legnagyobb zajban is meghallom Isten hangját. Indig tudom, mi történik a lelkemben. Igyekszem szenté lenni, mert ezáltal lehettek az egyház hasznára. Állandóan törekszem az erényekre, igyekszem Jézust hűségesen követni. Sok apró hétköznapi erény gyakorlatomat, melyek egy csendben rejtve végzett, de sok szeretettel az egyház kincsei közé helyezem, hogy a lelkek közös hasznára váljanak. Lelkemben úgy érzem, mintha minden lélekért felelősséget tartoznám pontosan tudom, hogy nem csak magamért élek, hanem az egész egyházért. Ó, felfoghatatlan istenség! Szívemben szétárad az öröm, hogy irgalmat titkába beavattál engem. Inden irgalmadal kezdődik és irgalmadban végződik. Indem kegyelem az irgalomból jönni és utolsó óránk is teve van irgalommal részünkre. Senki se kételkedjék Isten irgalmában még ha bűnei é feketék lennének is. Isten irgalma erősebb nyomorúságunknál. Csak egy a fontos a bűnös szívének ajtaját legalább egy kisé megnyissa Isten irgalmának sugara előtt. A többit Isten teljesíti. De szerencsétlen az a lélek, aki Isten irgalma előtt zárva tartja az ajtót még utolsó órájám is. Ezek a lelkek borították Jézust gyászos szomorúságba az olajfák hegyén. Az ő legirgalmasabb szívén keresztül áradt az isteni kegyelem. Jézusom valóban szörnyű lenne a szenvedés, ha te nem volnál. De te keresztre feszítve adj szerűt nekünk. Te mindig jelen vagy a szenvedő lelkek részére. A teremtmények elhagyják a szenvedőt, de te uram mindig hűséges vagy. A betegségben gyakran úgy érezzük magunkat, mint az új szövetség jobb. Ha dolgozni tudunk, ide-oda járkálunk, minden szép és jó, de ha a betegség súlyt, egyre kevesebb a barát. De még vannak. Érdeklődnek szenvedéseink iránt, ám ha az úr hosszabb betegséget ad lassanként, elhagynak a hűséges barátok is. Ritkábban látogatnak, s ezek a látogatások gyakran szenvedést okoznak. Ahelyett, hogy vigasztalnának szemünkre vetik mi lehet az oka szenvedéseinknek. A lélek mint Tóbis magára marad. Szerencsére még sincs egyedül, mert vele van Jézus, a Szent Ostja. Időn átéltem az említett szenvedést, s az egész keserűségben töltöttem reggel, amikor a káplán jött áldoztatni, minden erőmet össze kellett szednem, hogy hangosan fel nekiáll, csak üdvöz egyetlen igaz barátom a szent áldozása derült a szenvedéshez és harchoz. Ég egy dolgot szeretnék említeni, amit átéltem ha Isten a betegségben sem halált, sem gyógyulás nem ad, s a betegség évekig elhúzódik, megszokja a környezet, s úgy gondolják nem is beteg az ember. Itt kezdődik a csendes vértanúság. Csak Isten a tudója mennyi áldozatot hoz a lélek. Egyik este olyan rosszul éreztem magam, hogy azon töprengtem, hogyan jutok vissza a cellámba. Ekkor összetalálkoztam az asszisztens nővérrel, aki épp egy első karba tartozó nővért akart egy bizonyos ügy intézésére a portára küldeni. Ikor engem meglátott, odaszólt a nővérnek, ég se ön menjem, majd Faustina nővér elmegy, mert nagyon esik, végrehajtottam az utasítást, de csak az Isten tudja, mit jelentett ez nekem. Ez csak egy a sok hasonló eset közül. Néha az a látszat, hogy a második kar nővéreit úgy tekintik, mintha kőből lennének, pedig ők is emberek szívvel érzésekkel. Ilyenkor Isten maga segít másképpen a lélek nem tudná elviselni ezeket a kereszteket, melyekről most nem írok, többet nem is akarok, de ha sugallatot érzek, írni fogok róluk. A Szent Misa alatt láttam a haldokló urat. Így szólt hozzám leányom szemlét, gyakran szenvedéseimet, melyeket értet viseltem el, és semmit sem fogsz soknak érezni, amit te szenvedsz értem. Legjobban akkor tetszel nekem, amikor az én fájdalmas szenvedéseimet szemléled. Egyesítsd kis szenvedéseidet az én fájdalmas kínjaimmal, hogy fenségem előtt végtelen értékűvé váljanak. A azt mondta Jézus gyakran hívsz terednek. Ez kedves a szívemnek, de ne felett tanítványom, hogy te egy megfeszített mester tanítványa vagy. Ez az egy szó legyen számodra elég. Tudod jól, mit rejt magában a kereszt. Rájöttem, hogy a türelemben rejlik a legnagyobb hatalom. Látom, hogy a türelem mindig győzelmet arat, ha nem is azonnal. A győzelem sokszor csak évek múltán mutatkozik meg. A türelem szelítsége párosul. Az éjszakát a fogságban töltöttem Jézussal. Ez az éjszakai szentségi imádás napja. A nővérek a kápolnában imádkoztak. Lélekben egyesültem velük, mert gyenge egészségem miatt nem mehettem oda. Egész éjjel nem tudtam aludni, ezért lehettem együtt Jézussal fogságában. Jézus ismertette velem az ott megélt szenvedéseit. A világ majd csak az utolsó ítéletkor fogja ezt megtudni. Ond meg gyermekem a lelkeknek, hogy irgalmamat adom védelmükre. Egyedül küzdök értük és viselem el atyám igazságos haragját. Ond el leányom, hogy az irgalmasság ünnepe bensőmből fakat az egész világ vigaszára. Jézusom! Békém és nyugalmam! Kérlek ezért a nővérért világosítsd meg őt, hogy megváltozzék lelkében, támogasd kegyelmed erejével, hogy ő is eljuthasson a tökéletességre. A szentáldozás előtt mondta az úr leányom beszé ma, nyíltan a főnök nőttel irgalmasságomról, mert minden előjárót közül ő vette ki leginkább részét az irgalmasság hirdetéséből délután tényleg eljött az anyas beszélgettünk Isten művéről. Az anya elmondta, hogy a képecske nem a legjobban sikerült, s nem nagyon kelendő. Azt is mondta, én magam sokat vettem belőle, s jó szándékkal ajándékozgatom őket, s megteszek minden tőlem telhetőt, hogy az irgalmasság műve minél jobban terjedjen, mikor elment az úr megértette velem, milyen kedves neki ez a lélek azt mondta nekem az Úr, egynyitottam szívemet, mint az irgalom élő forrását, hogy minden lélek életet merítsen belőle. Közeledjenek nagy bizalommal az irgalom tengeréhez. A bűnösök megigazulást az igazak a jóban való megerősödést találnak benne. Aki bizalmát irgalmasságomba helyezte, azt halála óráján isteni békém tölti el. Azt is mondta, még leányom ne hagyj fel irgalmasságom hirdetésével. Ezzel enyhülést szerzel szívemnek, melyet az irgalom tüze éget a bűnösökért. Ond meg papjaimnak, hogy a megrögzött bűnösök szavaikra bűnbánatra indulnak, ha a szívemben lévő végtelen irgalomról beszélnek nekik. Inden papnak, aki irgalmamat hirdeti rendkívüli kegyelmet adok, szavaik gyógyítóan hatnak s meg fogják indítani a szíveket, akikhez szólnak. Nehéz a közös élet, de kétszeresen nehéz gőgös lelkekkel élni. Ó Istenem részesíts erősebb hídben, hogy minden nővérben meglássam a te szent képed, mely lelkébe van vésve. Örök szeretet tiszta láng égj szüntelenül szívemben, és is Istenítsd meg egész lényemet örök tetszésed szerint, mely által életre és örök boldogságodba hívtál. Ó, irgalmas uram, egyedül irgalomból halmoztál el ezekkel az adományokkal mindent, ami bennem van, ingyen kaptam. Ezt látva a legmélyebb alázatban imádom felfoghatatlan jóságod. Szívemet csodálat árasztja el, hogy te az abszolút úr, akinek senkire nincs szükséges szeretetből így leereszkedsz hozzánk. Nem tudok eléggé csodálkozni, mikor így szoros kapcsolatba lépsz teremtményeddel. Ez ismételten kifürkészhetetlen a jóságodat dicséri. Indig elkezdem ezt az elmélkedést, de sohasem fejezem be, mert lelkem teljesen elmerül benned. Ilyen boldogság a lélek teljes erejével szeretni s még nagyobb mértékben szeretve lenni érezni ezt s egész lényegét tudatosan átélni, nincs szó ennek kifejezésére. Jézusom, mennyire jó és türelmes vagy! Néha úgy nézel ránk, mint kisgyermekekre. Olykor kérünk tőled valamit, de magunk sem tudjuk mit, mert mikor megadod, amit kérünk, nem akarjuk elfogadni. Egy nap felkeresett az egyik nővér és imád kér tőlem. Azt mondta nem bírja elviselni, hogy tovább is így legyen. Imádkozzék nővéreg ígértem s elkezdtem egy kilencedet az isteni irgalmassághoz. Közben felismertem, hogy Isten megadja neki a kért kegyelmet, de ő újra elégedetlen lesz. De azért imádkoztam tovább kérése szerint. Pár nap múlva újra eljött hozzám. Időn beszédünkben erre a tárgyra került a sor, azt mondtam neki, tudja, nővér nem szabadnak kényszerítenünk Istent, hogy azt adja meg nekünk, amit mi kérünk tőle, sokkal fontosabb, hogy fogadjuk el az ő akaratát, ő azonban úgy érezte, feltétlenül szüksége van arra, amit kérd. A kilencet végén újra eljött, s azt mondta, tudja, nővér az úr megadta a kért kegyelmet, de most már másképp gondolkozom. Imádkozzék, hogy ez a dolog változzék meg, azt válaszoltam, új imádkozni fogok, hogy Isten akarata teljesedjék önben, s ne az, amit ön szeretne. Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz minket Isten igazságos haragjától. Az egyik nővér állandóan üldöz engem, mert Isten így szorosan érénkezik velem, úgy gondolja, hogy csak tettetem magam. Ikkor úgy tűnik fel neki, hogy valamilyen védséget követtem el, azt mondja, kinyilatkoztatásai vannak, s ilyen hibákat követ el, elmondta ezt más nővéreknek is, de mindig negatív értelemben súgy nyilatkozik róla, mint valami különcről. Az egyik nap nagy fájdalmat okozott, hogy az emberi értelem egy cseppje ennyire félre tudja értelmezni Isten adományát. A szent áldozás után imádkoztam, hogy Isten világosítsa meg ezt a nővért. Felismertem, hogy ha ez a lélek nem változtatja meg benső hozzáállását, nem éri el a tökéletességet. Időn panaszkodtam az Úrnak egy szemére, hogy hogyan ítélkezhet valaki másnak, még a szándékáról is, ezt felelte az Úr, ne csodálkozz, ezen ez a lélek nem ismeri önmagát, hát hogyan is ítélhetne meg jól más lelket a láttam P. Andraszt, ahogyan imádkozott. Felismertem, hogy értem is közben nyárt Istennél. Gyakran tudtomra adja az Úr, hogy ki imádkozik értem. Kisé árnyéba húzódtam, mintha Isten műve egyáltalán nem érdekelne. Nem beszélek róla most, de egész lelkem imádságba merül sikeréért. Könyörgök Istenhez sietesse a nagy adományt az irgalmasság ünnepének bevezetését, s látom, hogy Jézus működik maga ad útmutatást, hogyan kell mindent véghez vinni. Semmi sem történik véletlenül. A ezt mondtam Jézusnak, látod milyen sok nehézség merül fel, még elhiszik, hogy te vagy ennek a műnek az irányítója. És még most sem hisz mindenki ebben légy nyugodt gyermekem semmi sem szegülhet ellen akaratomnak a nővérek sugdolózása is ellenszenve ellenére teljesül akaratom benne teljes egészében az utolsó pontig. Ne szomorkodj emiatt egyes lelkek számára én is a botrány köve voltam. Egyszer arra panaszkodott Jézus, hogy mennyire fáj neki a választott lelkek hűtlenséges, még jobban bántja a szívemet bizalmatlanságuk a bukás után. Ha nem tapasztalnák meg szívem jóságát, kevésbé fájna nekem mindez. Láttam Isten haragját, amely Lengyelország felett tornyosult. És most látom, csak ha Isten a legnagyobb büntetéssel sújtaná is országunkat, még ez is irgalmáról tanúskodna, mert védkeinket örök megsemmisítéssel is büntethetné. Egész lényemben megremegtem, mikor az Úr csak egy kicsit is fellebbentette a fátlat. Most már világosan látom, hogy a választott lelkek tartják fenn a világot, hogy beteljesedjen a mérték. Láttam az egyik pap erőfeszítéseit az imánál. Imája hasonló volt Jézus imájához, melyet az olajfák hegyén mondott. Ó, ha tudná ez a pap, hogy mennyire kedves volt imája Isten előtt. Ó, Jézus, bezárkózom legirgalmasabb szívedben, mint egy bevehetetlen erődbe az ellenség nyilai elől. A szülőföldem táján egy haldokló lélek mellett voltam imával támogattam. Nem sokára megéreztem kezeimen, lábaimon, oldalamon a fájdalmakat, de nem tartottak sokáig. A Szent Órán Jézus a lelkek hálátlanságára panaszkodott. Ó, téteményeimért csak hálátlanságot kapok a szeretetért felejtést és közönyt. Szívem nem bírja ezt elviselni. Ebben a pillanatban nagy szeretet gyúlt szívemben Jézus iránt felajánlottam magam a hálátlan lelkekért. Azonnal elmerültem az úrban. Ikkor újra magamhoz tértem az úr egy kisé megízleltette velem a hálátlanságokat melyek betöltötték szívét. Ez a tapasztalat nem tartott sokáig. A azt mondtam az úrnak ikkor veszel magadhoz. Árol gyenge voltam és oly sóváran vártam érkezésedet Jézus azt válaszolta légy mindig készen ár nem hagylak sokáig ebben a számkivetésben. Szent akaratomnak teljesednie kell benned, ó uram, ha szent akaratod még nem teljesen valósult meg bennem, mindenre kész vagyok, amit kívánsz tőlem. Ó Jézusom, csak azt csodálom, hogy bár annyi titkot rám bíztál a halálom óráját, nem akarod megmondani az úr, ezt válaszolta, erre légy nyugodt, meg fogom mondani neked, de még nem most, ó uram, bocsáss meg, hogy tudni akartam ezt. De te tudod, miért tettem ismeret vágyódó szívemet, mely utána deped. Azt is tudod, hogy egy pillanattal sem akarok korábban meghalni, csak akkor, amikorra azt te örökön elrendelted. Különös jósággal hallgatta Jézus, amint így kiöntöttem néki a szívemet. A azt mondta nekem az úr leányom írt fel a következőket azon a lelkeknek, akik irgalmamat dicsérik, tiszteletét terjesztik és más lelkeket felbátorítanak, hogy bízzanak irgalmamban haláluk órája nem okoz majd rémületet. Ebben az utolsó harcban irgalmam fogja védeni őket. Leányom, búzdítsd a lelkeket irgalmasságom rózsafüzérének imádkozására, amit neked adtam. Úgy tetszik nekem, hogy megadjak nekik mindent, amit ezzel az imával kérnek tőlem. A megrögzött lelkeket békével töltöm el, ha ezt az imát elmondják, és boldog lesz haláluk órája. Írd a bánatos lelkeknek! ha látják és beismerik súlyos védkeiket, s meglátják teljes terjedelmében egész nyomorúságukat, ne essenek kétségbe, hanem bizalommal vessék magukat irgalmam karjaiba, mint a gyermek szerető anyja karjába. Ezeknek a lelkeknek előjoguk van részvevő szívemre s nagy irgalmamra. Ond el nekik, hogy nem csalódik s meg nem szégyenül egyetlen lélek sem, a irgalmamhoz folyamodik. Különös tetszésemet lelem abban a lélekben, aki jóságomban bízik. Írd, ha az irgalmasság rózsafüzérét a haldokló mellett imádkozzák köztük és atyám közt nem igazságos bíróként, hanem irgalmas egváltóként fogok állni. Ebben a pillanatban megmutatta az úr milyen féltékeny a szívemre. Az zárdában a nővérek között is magányosnak fogod érezni magadat tudd meg ilyenkor azt kívánom, hogy szorosabb kapcsolatba lépj velem. Szíved minden dobbanására igényt tartok. Indem rezdülése saját szívemben tükröződik. Kívánom szeretetedet, igen uram. Az én szívem sem tudna nélküled élni. Ha megkapnám minden teremtmény szívét, ezek sem tudnák betölteni szíveméjét. Este azt mondta, az úr halálod órájá hagyatkoz egészen rám, én mint jegyesemet mutatlak be majd atyámnak. Most pedig azt ajánlom, hogy egyesítsd érdemeidet az enyémekkel még a legkisebbeket is. Akkor mennyei atyám szeretettel tekint majd rájuk akár az enyémekre. Ne változtasd meg a részletes lelki ismeret vizsgálatot, melyet én adtam neked Pia Andras révén. A velem való folyamatos egyesülés az, amit a tőled kívánok. Helyetteseimmel szemben maradj gyermek. Kölcsön veszem a szájukat, hogy veled beszéljek, és így ne maradjon benned semmi kétely. Egészségem egy kicsit javult. A lementem az ebédlőbe és a kápolnába. A kötelességeimet azonban még nem teljesíthetem. Így a cellámban maradtam szövő orsócskámmal, nagyon szeretem ezt a tevékenységet, de még ez a könnyű munka is fáraszt. Látom, milyen kevés az erőm. Az unalmat azonban nem ismerem, mert életem minden pillanatát kitölti az imádság, a szenvedés és a munka. Ha nem az egyikkel, úgy a másikkal dicsérem Istent. Ha Isten még egyszer nekem ajándékozná az életet, nem tudom, ki tudnám-e jobban használni. Az Úr azt mondta, szereteted meg vigasztal engem. Szívemnek oly kedves őszinte szereteted, mint kora reggel egy rózsabimbó illat, ha mielőtt a nap felszívná róla a harmatot. Szíved frissessége elvájol azért egyesülök veled olyan bensőségesen, mint egyetlen más teremtménnyel sem. A láttam egy padbuzgólkodását Isten ügyében szíve kezdte átélni azt, amivel Isten szíve földi vándorlása során átíthatódott. Fáradozásaiért, hálátlanság. De buzgósága Isten dicsőségéért igen nagy. Egy napos lelki gyakorlat. Az elmélkedés alatt az Úr megértette velem, hogy itt a Földön mindaddig Isten országának terjedéséért kell fáradoznom, amíg szívem mellemben dobog harcolnom kell teremtőm dicsőségéért. Tudom, hogy Isten dicsőségét úgy szolgálhatom, ha igyekszem kegyelmeivel hűségesen együtt működni. A hit szellemében akarok élni. Indaszt, ami velem történik, Isten ajándékaként fogadom, aki őszintén akarja boldogságomat. Így mindent, amit rám küld megadással és hálásan fogadok, nem figyelve természetem szaváras az önszeretet suttogására. Indem fontos cselekedet előtt elgondolkozom, milyen vonatkozásban áll ez az örök élettel. I. A fő célja. Isten dicsőségét szolgálja-e esetleg saját javamat vagy más lelkek javát? Ha szívem igelő választ ad, hajthatatlanul megmaradok cselekedetemnél. Nem törődöm a vele járó nehézségekkel és áldozatokkal. Nem riadok vissza az eldöntött cselekedetnek. Elég nekem, hogy felismertem kedves Istennek. És fordítva, ha látom, hogy bizonyos cselekedetnek semmi közös vonása nincs a fentiekkel, azon fogok igyekezni, hogy jó szándékkal magasabb szférába állítsam. Ha pedig rájövök, hogy az egész önszeretetemből fakacs írájában elfolytom, Kétségek közt nem cselekszem, hanem igyekszem lelki világosságra szert tenni, főleg lelki vezetőm révén. Sem szemrehányások esetén, sem megjegyzésekkel kapcsolatban nem fogok mentegetőzni, bárki teszi is azt. Kivétel, ha rákérdeznek, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Nagy türelemmel fogom meghallgatni, ha valaki kiönti előttem a szívét. Szenvedésében részt vállalok lélekben igyekszem megerősíteni. Saját szenvedéseimet az irgalmas Jézus szívébe zárom. Irgalma mélységét soha el nem hagyom s az egész világot hozzávezetem. A halálról való elmélkedés alatt kértem az Urat, hadd járja át szívemet az az érzés, amit halálomkor fogok érezni. Lelkemben Isten kegyelme azt súgta, hogy megtettem mindent, ami tőlem telt, ezért nyugalmat érezhetek. Erre olyan hála ébredt szívemben Isten iránt, hogy elkezdtem sírni, mint egy kisgyermek. Készültem a másnap reggeli szentáldozásra, mint az utolsó szentségre. Elmondtam magamért a haldokló imáját. Ekkor ezt szavakat hallottam, ahogy életedben egy vágy velem úgy leszel halálodban is erre lelkemben olyan bizalom támadt Isten irgalmassága iránt, hogy semmit sem kételkedtem jóságában. Íg akkor sem kételkednék benne, ha az egész világ sakárhozott lelkek összes védsége is az én lelkemet terhelné. Gondolkodás nélkül vetném akkor is magam Isten irgalmának mélységébe, amely mindig tárva áll előttünk. Ektört szívvel vetném magam lábaimhoz, és rábíznám magam szent akaratára, ami tiszta irgalom. Ó Jézusom lelkem élete, üdvözítőm, legédesebb egyesem, de egyúttal bírám is. Te tudod, hogy utolsó órámban nem számítok érdemeimre, csak egyedül a te irgalmadra. Árma irgalmad mélyébe merülök, ami minden lélek részére mindig nyitva áll. Ó Jézusom! Egyetlen feladatomban az életben, a halálban és az egész örökké valóságban dicsérni felfoghatatlan irgalmadat. Nincs elme, amely megfejthetné irgalmadat Istenem. Sem angyal, sem ember. Az angyalok csodánják Isten irgalmának titkát, de megérteni nem tudják. Inden, ami kikerült Isten kezéből ebbe a felfoghatatlan titokba irgalma legmélyébe van bezárva. Amíg ezeken elmélkedtem lelkemet és szívemet öröm töltötte el. Ó Jézusom Isten irgalmának sugarai irgalmas szívedem, mint egy kristályon átáradta ki ránk. Az egészségem kisé rosszabb, de még részt vehetek a kongregáció közösségi életében. Nagy erőfeszítéseket teszek, melyekről csak te tudsz Jézusom. A azt hittem nem tudok egész ebédidő alatt az ebédlőben maradni indem táplálik felvétel jelentős fájdalmakkal jár. Időn egy heten meglátogatott a főnöknő, azt mondta, inden betegség ráragad önre nővér, olyan gyenge a szervezete. De hát ez nem az ön hibája. Ha más nővérnek lenne ugyanez, a betegsége biztos fenn járkálna, de önnek feküdnie kell ezek a szavak, nem fájtak nekem különösebben, de jobb lenne, ha egy súlyos beteget megkímélnének ilyen hasonlatoktól, hiszen enélkül is megtelt már szenvedésének keyhe ásodszor, ha egy beteget meglátogatnak, ne kérdezgessék őt egyes részletekről, mi fáj, hogyan fáj, stb., mert mindenkinek ugyanast elismételgetni meglehetősen kimerítő, pláne ha naponta többször is sor kerül rá. Időn a kápolnába mentem, az úr közölte velem, hogy a választott lelkek között különösen kiválasztottak is vannak, akiket nagyobb szentségre hívott meg, és így rendkívüli közösségre jutnak vele. Ezek szeráfi lelkek, akiktől Isten több szereteted vár el, mint a többiektől, holott valamennyien kolostorban élnek. Ennek ellenére kívánja az Isten, hogy egyesek jobban szeressék őt. Az ilyen lélek megérti Isten hívását, mert Isten ezt bensőleg megérezteti vele. Követheti ezt a hívást, vagy sem? A lélektől függ, hűségesen követi a szent lélek vonzását, vagy ellenáll neki. Láttam azt a helyet a tisztító tűzben, amely ezeknek a lelkeknek szolgál a mulasztásuk miatti bűnhődésre. Ez a legsúlyosabb ki a minden szenvedés közül. Az Istentől különlegesen megjelölt lélek mindig az marad akár az égben, akár a földön vagy a tisztító tűzben. Az égben más lélekhez viszonyítva nagyobb dicsőség, szentség Isten mélyebb megismerése jellemzi. A tisztító tűzben viszont nagyobb fájdalom, mert Isten mélyebb megismerését s az utána való vágyódást kapta osztály részül. A pokolban is jobban fog szenvedni, mert jobban ismerte őt, akit elhagyott. Az Isten szeretete által megjelölt lélek stigmája kitörölhetetlen. Ó Jézusom! Tarts meg engem üdvös félelemben, hogy kegyelmeiből semmit se pazaroljak el. Segíts, hogy hűséges maradjak a Szentlélek sugalmazásaihoz. Engedd, hogy szívem inkább szakadjon meg az irántad való szeretetől, mint hogy egyetlen szeretet teljes tettet elmulasszon. Lelki sötétség. A szűzanya ünnepe van, s a lelkemben sötétség honol. Errejtőzött előlem az úrs, én negyedül vagyok, egészen egyedül. Annyira elhomályosult az értelmem, hogy körülöttem csak kísérteteket látok egyetlen fény sugár sem hatol lelkembe már magamat sem értem meg nem, hogy azokat akik szólnak hozzám. Ami a hitet illeti szörnyű kísértéseket állok ki. Ó Jézusom, ments meg engem. Többet nem bírok mondani. A kísértéseket nem sorolom fel, mert félek megbotránkoztatják az olvasókat. Csodálom, hogy ilyen kínok érhetnek egy lelket. Ó viharos szél, mit művelsz lelkem csónakjával. A vihar egész nap és egész éjjel tombolt. Időn bejött hozzám a főnöknő és megkérdezte itt az alkalom, hogy Pia Andrasznál gyónhatnővér. Kíván-e ezzel élni tagadó választ adtam, mert úgy éreztem nem fog megérteni az atyas, én sem leszek képes meggyónni. Az egész éjszakát a gecsemánek kertben töltöttem Jézussal. Visszafoghatatlan fájdalmas sóhaj tört fel a lelkemből. Könnyebb lesz a természetes halál, mert ha haldoklunk utána meghalunk, itt viszont folyamatosan haldoklik az ember mégsem tud meghalni. Ó Jézusom! Nem tudtam, hogy lehetséges ilyen fajta szenvedés. Semmiségem, igazi valóság. Ó Jézus, ments meg! Egész szívemből hiszek benned. Oly sokszor láttam drága arcot fényid, de hol vagy most uram? Hiszek-hiszek s még egyszer hiszek benned szent háromság egy Isten, Atya fiú szent lélek. És hiszek minden igazságban amit szent egyházat tanít. A sötétség nem oszlik. Lelkem még nagyobb haláltusával merül. Ebben a pillanatban szörnyű halál fogott el. Csodálom, hogy lelkem kín nem leheltem ebben a percben. Ez azonban csak egy pillanatig tartott. Ekkor megláttam Jézus szívéből ugyanaz a két sugártörtelős átfogtak engem. Ebben a pillanatban eltűntek kínjaim. Lányom, mondta az úr, amit most átéltél az vagy te magad. Csak kegyelmem által részesülsz az örök életben s minden jóban amivel gazdagul megajándékozlak e szavakra saját valóm igazi felismerésére jutottam. Jézus mély alázatra tanított, egyúttal iránta való maradéktalan bizalomra, szívem hamu és posha ha minden ember lábbal taposna, azt is kegyelemnek tartanám. Ives semmiségem tudata ilyen átjár az igazi megaláztatások, csak enyhülést hozhatnak zámomra. A szentáldozás után újra adott néhány útmutatást, Jézus először ne harcolja egyedül a kísértés ellen. Nyíj meg azonnal a lelki atyád előtt, s a kísértés mindjárt elveszti erejét. Ásodszor ilyen megpróbáltatások alatt maradj nyugodt. Éld át jelenlétemet, s kérd anyám és a szentek segítségét. Harmadszor légy biztos benne, hogy látlak és megvédelek. Negyedszer ne félj se a lelki harcoktól, se a kísértésektől, mert támogatni foglak a küzdelemben, csak akari küzdeni. A győzelem mindig a te oldaladon lesz. Ötötször tud, ha bátor harcban küzdesz értem nagy dicsőséget szerzel nevemnek, magadnak pedig érdemeket nyersz. A kísértés alkalmul szolgál bizonyítani a hozzám való hűséget. Most pedig megmondom, mi a legfontosabb részedre a lelki atyáddal szembeni korlátlan bizalom. Ha ezzel a kegyelemmel nem az én utasításaim szerint élsz, elveszem tőled egyedül maradsz, és minden ismert kínod újra visszatér. Nem tetszik nekem, ha nem használod ki az alkalmat, hogy lásd dőt és beszélj vele. Tudd meg, nagy kegyelem az, ha lelkívezetőt adok egy léleknek. Sokan kérik ezt tőlem, de nem adom meg mindenkinek ezt a kegyelmet. Abban a pillanatban, hogy lelki atyaként adtam őt neked új világossággal is megajándékoztam, hogy könnyen felismerje és megerősítse a lelkedet. Jézusom! Egyetlen irgalmazóm! Engedd, hogy elégedettséget láthassak arcodon a velem való kiengesztelődés jeleként. Szívem nem bírja elviselni szomorúságodat. Ha meghosszabbítod ezt a pillanatot, szívem összeroppan a fájdalomtól. Látod már most teljesen összezúzódtam. Ebben a pillanatban úgy láttam, mintha egy palottában lennék. Jézus kezét nyújtotta maga mellé ültetett sióságosan, így szólt egyesem alázatod mindig tetszik nekem. A lélek legnagyobb nyomorúsága sem tar vissza engem, hogy egyesüljek egy ilyen alázatos lélekkel, de a gőgöt nem bírom elviselni. Időn magamhoz tértem, átgondoltam mindent, ami velem történt hálát adtam Istennek a nekem adott szeretetért és irgalomért. Jézusom, rejts el engem, ahogyan te is rejtve vagy a fehér ostya alakjában. Rejts el az emberek szeme elől. Főleg adományaidat rejtsd el, melyekkel oly gazdagon megajándékoztál. Engedd, hogy külsőleg ne látsz úgy ék mindaz, amit lelkemben művelsz. Isteni főpap, Legyek kezedben egy fehér ostya változtassád, de csak te tudját változásomról. Inden nap áldozati ostyaként felajánlom magam neked, s könyörgők irgalomért a világ számára. Szeretnék egészen elenyészni érted. Izon előtted oszthatatlan szeretetem, mint csendesen égő áldozat, és szájon felillata a trónodig. Te vagy az urak ura, de szereted a kicsiny alázatos lelkeket. Ahogy rövid időre beléptem a kápolnába, így szólt hozzám az úr leányom segíts nekem egy haldokló bűnös lelkét megmenteni. Imádkozz érte az irgalmasság rózsafüzérét, amit tanítottam neked, amint elkezdtem az imát, megláttam a szörnyű kínok között haldokló lelket. Ő a védelmezni akarta, de mintegy tehetetlen volt ennek a léleknek óriási nyomorúságával szemben. Egy sereg ördög várt már erre a lélekre. Ikkor imádkoztam, megpillantottam Jézust olyan alakban, ahogy a képen ábrázolják. A szívéből jövő sugarak körül fogták a beteget, és a sötét hatalmak pánik szerűen menekültek. A beteg békésen még egy utolsót sóhajtott. Ahogy magamhoz tértem fel, fogtam, milyen fontos ez az ima a haldoklók mellett. Enyhíti Isten haragját időn az urad valamely cselekedetem miatt engeszteltem, mely egy idő múltán tökéletlennek bizonyult Jézus ezekkel a szavakkal vigasztalt leányom. Egy dicsérlek tiszta szándékod miatt, melyel ezt a cselekedetet végezted. Szívemet örömmel töltötte el, hogy szeretetemre figyeltél. Hasznot is van ebből a megaláztatás. Gyermekem, azt akarom, hogy a legkiszebb cselekedetedet is mindig ilyen tiszta szándig vezesse. Ebben a pillanatban, ahogy a tollat kezembe fogtam, felfohászkodtam a szent lélekhez, s ezt mondtam, Jézus áld meg ezt a tollat, hogy minden, amit leírok, Isten dicsőségét szolgálja erre. Ezt hallottam, igen, megáldom már azért is, mert ez az írás a főnöknő és a lelkiatya iránti engedelmesség pecsétjét viseli magán. Ár ez is dicsőségemet szolgálja. Sok lélek hasznára fog válni. Azt kívánom, hogy minden szabad percet használj fel és írj jóságomról és irgalmasságomról. Az a te hivatalod s egész életed feladata, hogy közöld a lelkekkel nagy irgalmamat, melyet irántuk érzek és bátorítsd őket bízzanak kegyelmem mélységében. Ó Jézusom, hiszek szavaiban és semmi kétség sincs már bennem. A főnök nővel való beszélgetés során ő is mondta nekem írjak többet irgalmadról. Ez a tanácsa a legpontosabban egyezik a te kívánságodal. Ó Jézusom! Ost értem meg, ha te egy lélektől kívánsz valamit megadod az előjáróknak is a sugallatot, hogy engedélyt adjanak hozzá. Ek történhet ugyanhogy nem azonnal kapom meg az engedélyt ilyenkor türelmünket teszed próbára. Ó Jézus örök szeretet ki bezárkószál az ostya színébe. Errejtett itt isteni fenséget tündöklő szépséged. Azért, hogy lelkemnek adhassd magad egészen. És hogy el ne őt fenséged. Ó Jézusom örök szeretet ki elrejtőztél a kenyérben. Örök világosság a boldogság felfoghatatlan forrása. Árít a földön úgy akarsz velem lenni, mint az égben és átélem ezt, mikor Isten is szereteted rám árad. Ó, nagy irgalmasság, Istene, végtelen óság. A az egész emberiség nyomorúsága mélységéből kiállt hozzád irgalomért. Ó, Isten, az emberiség ínsége erőteljes hangján hív téged. Ó, irgalmas Isten, nevesd meg e föld számkivetetjeinek imáját. Ó, Uram, felfoghatatlanúság, a ismered nyomorúságunkat saját erőnkből nem tudunk hozzád emelkedni. Ezért kérünk téged jöjj elénk kegyelmeddel és sokszorozd meg részünkre irgalmadat, hogy szent akaratodat egész életünkben és halálunk óráján hűségesen teljesíthessük. Irgalmat hatalma védjen meg az ellenség támadásaitól, hogy gyermeki szívvel hűségesen várjuk eljöveteledet. Ezt a napot egyedül te ismered. Várunk rá, hogy mindent elnyerünk, amit Jézus, nyomorúságunk ellenére, megígért. Jézus a reményünk. Irgalmas szívén, mint nyitott kapun keresztül lépünk be a mennyországba. Egyenzem, hogy zárdába lépésem óta azzal a szemrehányással illetnek, hogy szent vagyok. De ez a megjegyzés mindig gúnyosan hangzik el. Eleinte igen fájt, de később ahogy érettebb lettem nem törődtem már vele. Időn azonban egy napon egy másik személy lett megsértve szentségem miatt ez már igen fájt. Elkezdtem panaszkodni az úrnak. Az úr így válaszolt szomorkodt emiatt. Hiszen az vagy. Nem sokára magam fogom ezt benned feltárni, s a többiek ugyanezt a szent jelzőt mondják majd, de most már szeretettel. Emlékeztetlek arra leányom, hogy valahányszor hallott, hogy hármat üt az órá merülje teljesen irgalmasságomban dicsőítsd és magasztát, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyers magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba, az irgalom legyőzte az igazságosságot. Igyekez ebben az órában elvégezni a keresztutat, amennyiben kötelességei lehetővé teszik ezt. Ha ez nem lehetséges kis időre téri be a kápolnába tisztelt irgalommal teli szívemet a legméltóságosabb oltári szentségben. Ha ez sem lehetséges merülj el imában, ha röviden is, azon a helyen ahol éppen vagy. Irgalmam tiszteletét kívánom minden teremtménytől, de legelőször is tőled, mert ezt a titkot legteljesebben veled értettem meg. Ó Istenem! Íri nagy vágyódás fogott el ma utánad. Szívemet már semmi sem tudja betölteni. Ez a föld már nem adhat nekem semmit. Jézusom, oly erősen érzem a számkivetést, oly régen vagyok már itt. Ó halál! Isten követe! Ikkor hozod el már a vágyott pillanatot, amikor örökre egyesülhetek Istenemmel? Ó Jézusom! Számkivetésem utolsó napjai legyenek teljesen legszentebb akaratod szerint. Egyesítem szenvedéseimet, keserűségeimet, magát a halálomat, szent szenvedéseid, felajánlom magamat az egész világért. Könyörgök Isten irgalmának gazdag kegyelméért a lelkekért, főleg azokért, akik házainkban élnek. Erős bizalommal egészen szent akaratodra bízom magam, hiszem csupa irgalom vagy. Utolsó óráimban irgalmad lesz mindenem, ahogy magad megígérted ezt. Légy üdvözölve, örök szeretet! Édes Jézus! Szívemben akartál lakni. Üdvözöllek, dicséretre méltó Istenség, ki alacsonyottál hozzám, és szeretettel jöttél szívembe a kicsinke kenyér darabban. Üdvözöllek, Jézus az emberiség soha el nem hervadó virága. Lelkemnek egyedül csak te számítasz. Szeretetet tisztább, mint a liliumsa veled való érénkezés, kedvesebb nekem a játszint illatánál. Barátságot gyengédebb a rózsa illatánál, de erősebb a halálnál. Ó Jézus! Felfoghatatlan szépség! Legjobban a tiszta lelkekkel érted meg magad, mert csak ők képesek hősiességre és áldozatra. Ó Jézus édes rózsa piros vére! Nem esítsd meg véremed változtassát, hogy tied lehessek és tetszésedre szolgáljak. Tudd meg leányom, hogy közöttem és közötted egy feneketlen mélység tátong, mely elválasztja a teremtőt a teremtménytől, de ezt a mélységet áthidalja irgalmasságom. Nem azért emeltelek fel magamhoz, mert szükségem van rád kizárólag irgalmamból ajándékozlak meg az egyesülés kegyelmével. Ond meg a lelkeknek ne emeljenek gátat saját szívükben irgalmasságom elé, melyel hatni akarok rájuk. Irgalmam minden szívben működik, amely ajtót nyit neki. Amint a bűnösöknek úgy az igazaknak is szükségük van irgalmamra. A megtérés és kitartás egyaránt irgalmam kegyelme bennük. Akik a tökéletességre törekszenek azok irgalmamat különösen dicsérjék, mert a kegyelme közöne, amit rájuk árasztok irgalmamból fakad. Kívánom, hogy ezek a lelkek irgalmamhoz való határtalan bizalommal tűnjenek ki. Agam foglalkozom az ilyen lelkek szenté válásával. Indennel ellátom őket, ami szükséges szentségük eléréséhez. Irgalmambú egyetlen edényel meríthetnek kegyelmeket, ez a bizalom. Inél jobban bízik egy lélek annál több kegyelmet nyer. Nagy vigaszt nyújtanak nekem azok a lelkek, akik határtalanul bíznak, mert ezekre kiöntöm minden kegyelmi kincsemet. Örülök annak, hogy sokat kívánnak, mert az én kívánságom is az, hogy sokat adjak, mégpedig nagyon sokat. Ezzel szemben elszomorít, ha a lélek keveset kér, s a szíve beszűkül. Legjobban akkor szenvedek, ha képmutatással találkozom. Teremtőm most értelek meg, hogy a farizeusok képmutatását szigorúan megróttad. Szívélyesebben beszélsz a megrögzött bűnösökkel, ha azok bűnbánó szívvel közelednek hozzád. Jézusom, most látom, hogy életem minden szakaszában veled együtt haladtam. Gyermekkoromban, ifjúságomban, a hivatás útján, az apostolkodásban, a táboron, az olajfák hegyén. Osta Kálvárián vagyok veled együtt. Szívesen hagytam magam keresztre feszíteni, lám, már a kereszten is vagyok. Ég egy kicsit, itt járok, kelek, de már a keresztre vagyok, szegezves, egyértelműen érzem, hogy a te keresztedből kapom az erőt. Te vagy nagy szenvedéseimben a kitartás. A kísértés szava azonban minduntalan megszól a száj le a keresztről, Isten ereje megerősít, bár elhagyatottság, sötétség, különböző szenvedések ostorozzák a szívemet. Isten titokzatos kegyelme megerősít. Ki akarom inni utolsó cseppig a kejhet. Erősen bízom, hogy kegyelmed miként az olajfák hegyén erőt adott a Kálvária hegyén is támogatni fog. Jézusom esteren. A kereszten egyesítem kívánságomat a te kívánságodal. Teljesíteni akarom szent óhajodat. Kívánom a lelkek megtérését, hogy irgalmad megdicsőítessék. Kívánok az egyháznak mi előbbi dicsőséget, s hogy tiszteljék az egész világon irgalmasságod ünnepét. Kívánom a papok szentségét kongregációnknak egy szentet, s hogy nagy buzgóság uralkodjék kongregációnkban Isten dicsőségére és a lelkek megmentésére. Kívánom, hogy házainkban egy lélek se bántsa meg Isten, s mindenki tartsom ki a jóban. Kívánom a szüleim és egész családom részére Isten áldását. Lelkivezetőmnek adjon Isten különös világosságot és felismerő képességet főleg P. Andrasznak és Sopokó atyának. Különleges áldást kérek előjáróimnak, akiknek alá vagyok rendelve, főleg az általános főnöknőnek, Irena anyának és Ózefa újonc mesternőnek. Ó Jézusom! Átfogom az egész világot és irgalmasságot kérek részére. Ha azt mondod, Uram, hogy elég, mert szent akaratod már teljesedett bennem, akkor veled egyesülve lelkemet végtelen irgalmadba vetett bizalommal a mennyei atya kezeibe ajánlom. Irgalmad első dicsőítő énekét trónot zsámajánál akarom énekelni téged sem akarlak elfeledni szegény föld, bár érzem, hogy teljesen elmerülök Istenben a boldogság tengerében. Ez azonban nem fog megakadályozni, hogy visszajöjjek a földre a lelkekbe bátorságot önten és bizalomra hangolni őket Isten irgalma iránt. Isten beolvadásom határtalan lehetőségeket ad majd nekem. Ikkor ezt írom hallom a sátán korgatását aki nem bírja elviselni Isten irgalmát. Szobámban ide-oda dobálja a tárgyakat. Isten oly nagy erejét érzem magamban, hogy nem érdekel megváltásunk ellenségének dühesem nyugodtan írok tovább. Ó felfoghatatlan Isten jóság! Véded minden léptünket! Szüntelenül magasztaljuk irgalmadat, mert nem az angyalokkal léptél testvéri közösségre, hanem az emberekkel. Inden bizalmunk benned van első szülött bátyánk, Jézus Krisztus igaz Isten és igaz ember. Szívem remeg az örömtől, midőn látom, milyen jó hozzánk nyomorul bűnösökhöz az Isten. Szeretete bizonyítékául felfoghatatlan ajándékot adott nekünk saját magát szent fia személyében. A szeretetnek ezt a titkát nem merítjük ki az örökké valóságban sem. Ó, emberiség, miért csak oly ritkán gondolsz arra, hogy Isten valóban köztünk van? Ó, Isten báránya! Nem is tudom, mit csodáljak benned legjobban Szelítségedet és rejtőzködésedet Az emberekért való önfeláldozásodat Vagy Irgalmad örök csodáját, amely a lelkeket megváltoztatja, hogy felemelhesd őket az örök életre bár el vagy rejtve, de hatalmad ereje többnek mutatkozik, mint az ember teremtésében, bár irgalmad minden hatósága működik közre lelkünk megmentésében, de csendesen is rejtve. A szűz anya jelenése. Nagy fényességben pillantottam meg Isten anyját. Fehér ruhában volt telehintve arany csillagocskákkal. A ruha ujjait háromszög alakban arany szegélyezte. Égszínkék köpenyt viselt, ami könnyedén borította vállait. Fején könnyű áttetsző fátyol. Haja kibontva szépen elrendezve. Aranykorona volt a fején a csúcsain keresztekkel. karján tartotta a kis Jézust. Így még soha sem láttam a szűzanyát. Óságosan nézett rám, s ezt mondta, én vagyok a papok, anyja leengedte karjáról a kis Jézus a földre égre emelte jobb kezét, és így szólt, ó Isten, áld meg Lengyelországot, áld meg a papokat, aztán azt mondta nekem, mondd el a papoknak, amit láttál, elhatároztam, hogy az adódó legelső alkalommal elmondom ezt az atyának, bár magam nem értettem meg ezt a jelenést. Ó Jézusom, te látod, milyen hálás vagyok Sotpokó atyának, aki művedet oly széles körben elterjesztette. Ez az alázatos lélek minden vihart kiállt a támadások, nem bátortalanították el, hűen követte Isten rendeléseit. Amikor egy napon egy nagyon hanyag nővér vette át a betegápolást, bizony ugyancsak rákényszerültem az önmegtagadásra. Egy nap elhatároztam, hogy megmondom ezt az előjáróimnak, de meghallottam lelkemben a hangot viselt türelemmel, majd más hívja fel a figyelmet erre a dologra a nővér még egy hónapig gyakorolta a betegápolást. Időn egy kis időre kimehettem az ebédlőbe és a rekreációra hallottam újra a figyelmeztetést. Ás nővérek most fogják felvetni ennek a nővérnek a hanyagságát, de te hallgass ez alkalommal se szólj egy szót, se heves vita indult a nővér felől, de ő semmit sem tudott felhozni mentségére. A többiek valamennyien azt mondták önnek, meg kell javulni a nővér, jobban kell -e látnia a betegeket. Láttam ebből, hogy Jézus nem mindig akarja, hogy mi mondjuk ki a véleményünket. Egy vannak a maga útja is, tudja mikor van az ideje, hogy szóljunk. ezeket a szavakat hallottam az ószövetségi népemhez, profétákat küldtem vilámokkal, mennydörgésekkel. A téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas szívemre szorítani. A büntetést csak akkor alkalmazom, ha ők maguk kényszerítenek erre. Nem szívesen nyúlok az igazság szolgáltatás kardjához. Az igazság napja előtt az irgalmasság napját küldöm, így válaszoltam ó Jézusom. Te magad szólja az emberekhez az én szavaim, oly jelentéktelenek. A léleg várakozása az úr jövetelére. Nem tudom, ó uram, mely órában érkezel. Ezért hát állandóan éberem figyellek. Én a választott jegyesed. Ert tudom szeretet, ha váratlan az érkezésed. Ám a tiszta szív, uram, messziről megérez téged. Csendben várok rá, uram szívemben oldhatatlan vágytól égve. Érzem szeretetem irántad, mint lángol. Int lobogó láng nyelvéletem végén feltör majd az égbe. Amikor majd teljesül minden kívánságom. Őj hát, ó édes uram! Vedd magadhoz sóvárgó szívemet. Fel az egek magas honába. Hol vár a te örök életed? Ert a földi élet örökös haldoklás szívem érzi az ég magának teremtett. A földi völgyben itt ezért nem leli honát. Ert otthonom az ég. Rendületlenül hiszem ezt. Napló. A legméltóságosabb oltári szentségről nevezett. Boldog. Faustina. Nővér. Az irgalmasság anyja nővérei kongregációjának tagja. Az Úr irgalmát fogom dicsérni. Dicsőítsd lelkemisten Isten felfoghatatlan irgalmát. Indent az ő dicsőségére. Krakkó. Hatodik füzet. A legméltóságosabb oltári szentségről nevezett Faustina nővér. Az irgalmas szűzanya nővéreinek kongregációjából. Szíven vágyódva vonzódik errejtőzött istenéhez. Ki éjjel-nappal velünk lakozik. A fehér ostya színében. Irányítja a világot és a lelkekkel érintkezik. Szívem odavonzódik, hol az én Uram rejtőzik. Ahol az ő végtelen kifosztott szeretete rejlik. Szeretetem érzi, hogy itt fakad az élő víz. Itt van az én élő Istenem, bár még fátyol rejti. A szemlélődés alatt az Úr megismertette velem az ég és a szentek örömét, amit érkezésünk jelent nekik. Szeretik Istent, szeretetük egyedili tárgyát, de minket is szívből gyengéden szeretnek. Isten arcáról sugárzik mindenkire az öröm, mert színről színre láthatjuk őt. Ez az arc oly édes, hogy a lélek minduntalan elragadtatásba esik láttára. Aga az Úr késztet arra, hogy imákat és himnuszokat írja kirgalmáról. Ezek a dicsőítések szinte maguktól tódulnak ajkamra. Ek figyeltem, hogy maguktól lepik el tudatomat az Istent dicsőítő szavak, s el is határoztam, hogy amennyire erőm engedi papírra vetem őket. Érzem Isten késztetését. Rövid időre meglátogatott egy nővér. Miután az engedelmességről beszélgettünk, azt mondta, hogy most értettem csak meg a szentek viselkedését. Köszönöm, nővér. Lelkemben nagy világosság gyúlt, sokat tanultam most. Ó, Jézusom, ez a te műved. Te szóltál ehhez a nővérhez. Éppen akkor jött be hozzám, amikor teljesen elmerültem Istenben, illetve abban a percben, amikor ebből az elmélyülésből éppen magamhoz tértem. Ó Jézus, tudom, csak akkor lehet az ember hasznos, ha igyekszik a legszorosabb kapcsolatba kerülni vele örök szeretet. Az Istennel egyesült lélek egyetlen szava több jót fakaszt a lelkekben, mint egy tökéletlen lélek éke szóló értekezése, illetve prédikációja. Láttam Andra szatya csodálkozását viselkedésemem, de mindent Isten dicsőségére. Ó, Uram, nagy a te kegyelmed, amely lelkünket a magasságokba emeli. Nagy hálával tartozom Istennek, hogy ilyen tisztán látó papot adott nekem. Hiszen hogy hatál volna bizonytalanságban és tépelődések között, de jóságot segítségemre sietett. Jézusom, képtelen vagyok jóságodat felsorolni. Leányom a harc halálodig fog tartani. Utolsó lélegzetvételetkor szűnik meg, csendességgel fogsz győzni. Láttam, milyen kedvetlenül ment az Úr Jézus némely lélekhez a szent áldozásban. Egismételte el szavakat úgy megyek be némely szívben, mint új kínsz szenvedésemre. A szent óra alatt, melyet igyekeztem megtartani, megpillantottam a szenvedő Jézust. Így szólt hozzám, leányom, ne fordíts oly nagy figyelmet a kegyelmet hordozó edényre, hanem csak magára a kegyelemre, amit én adok neked. Az edény ugyanis nem mindig fog tetszeni, így a kegyelem is veszélybe kerülhet. Eg akarlag védeni ettől, és azt kívánom soha se nézd az edényt, amiben neked a kegyelmet kínálom, hanem lelked minden figyelmét arra fordítsd, hogy kegyelmemnek a lehető legjobban megfelelj. Jézusom, ha te magad nem csillapított lelkem vágyódását senki sem bírja azt megvigasztalni, sem csillapítani. Indem közeledésedre lelkemben a szeretetnek új fellángulása bontakozik ide új haldoklás is. Lelkem ugyanis a terent kívüli közeledésed ellenére is még csak távolból szeret téged s belehal szeretetének elragadtatásába, mert ez még nem az örök és teljes egyesülés még ha oly gyakran és nyíltan érint kezel is velen. De ezáltal megnyitott bennem a szeretet mélységét és felkeltett szívemben és lelkemben mérhetetlen vágyódásomat utánadó Istenem. Ez az Isten utáni végtelen mély vágyódás itt a Földön sohasem elégülhet ki. Isten tudatta velem, hogy mennyire kívánja a kiválasztott lelkek tökéletességét. A választott lelkek fények a kezemben, akiket a világ sötétjébe dobok, így megvilágosítom a Földet. Ahogy Anna csillagok megvilágítják az éjszakát, úgy világítják meg a választott lelkek is a földet. Inél tökéletesebbek ezek a lelkek, annál nagyobb az egész világot elárasztó fényük, amit kisugároznak. Ismeretlenek lehetnek rejtve a közel állók előtt, mégis a legtávolabbi országokban is visszatükröződik szentségük a lelkekben. A azt mondta nekem az Úr, leányom, ha a Szent Jónáshoz irgalmam forrásához járul, ez mindig lelkedbe folyik a szívemből, fakadó vér és víz és megnemesíti lelkedet. Inden alkalommal, ha a Szent Jónáshoz közeledsz, merülj el nagy bizalommal irgalmamban, hogy kegyelmeim árját áraszthassam lelkedbe. Amikor a Szent Jónáshoz közeledsz, tudd, hogy én magam várok rád a gyóntatószékben csak tűzöm a pap alakjában, de magam hatok a lelkekre. Itt találkozik a lélek nyomorúsága Isten irgalmával. Ond meg a lelkeknek, hogy az irgalomnak ebből a forrásából csak a bizalom edényével meríthetnek. Ha nagy lesz a bizalmuk, az én nagy lelkűségem is határtalan lesz. Kegyelmem bősége az alázatos lelkeket árasztja el a gőgösek szegények is nyomorultak maradnak, mert kegyelmeim elkerülik őket, s az alázatosaknak jutnak. Az imádás alatt meghallottam e szavakat imádkozza az egyik növendéketekért, akinek nagy szüksége van kegyelmemre imádkozta mene lelkéért, akinek felismertem állapotát, s Isten irgalma áthatotta ezt a lelket. Az imádás alatt, ahogy ismételten a Szent Istent imádkoztam, lelkemet Isten élő jelenléte töltötte el, s lélekben elragadtattam az Isteni felség elé. Láttam az angyalokat és az Úr szentjeit, amint Istent dicsérik. Isten dicsőítése oly nagy, hogy meg sem próbálom leírni, mert nem lennék rá képes, nehogy azt higgyék a lelkek, hogy az minden, amit leírtam. Ost értelek meg, Szent Pál, hogy nem akartad leírni az eget, csak annyit mondtál, szem nem látta, fül nem hallotta, sem az emberi szívek nem tapasztalhatták, amit Isten az őt szeretők részére készített. Így van ez és minden, ami Istentől ered hozzátér, visszas tökéletes dicsőségét szolgálja. Ost, ahogy rápillantok az én Isten dicséretemre, látom, milyen nyomorúságos. A tökéletes égi dicsőítéshez képest apró kis csepp mindössze. Ó, milyen jó vagy Istenem, hogy elfogadod az én dicsőítésemet is, és kegyesen felém fordítod az arcot, s tudomásomra hozod imánk kedves előtted. Írd le jóságomról mindazt, ami eszedbe jut, azt válaszoltam, uram, mi lesz, ha túl sokat írok, és azt felelte az úr leányom, ha az összes angyali és emberi nyelven együtt szólalnál is meg, akkor sem mondanál túl sokat, hanem akkor is csak egészen kis részét dicsőíteni jóságomnak, kifürkészhetetlen irgalmamnak. Ó Jézusom, te magad adj szavakat ajkamra, hogy méltón dicsérhesselek téged. Leányom, légy nyugodt, tedd, amit kérek tőled. Gondolataid egyesültek az enyéimmel, így csak írd le, ami eszedbe jut. Te vagy irgalmasságom, titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben. Ezt akarom minden nehézség ellenére, amelyet eléd gördítenek. Tudd meg, hogy tetszésem nem változik. Ebben a pillanatban nagy alázatba merültem Isten felsége előtt ám minél alázatosabb lettem annál jobban átjárt Isten jelenléte. Ó Jézus egyetlen végaszom! Ilyen szörnyű is a számkivetés. Ilyen borzasztó vadonom kell átvergődnöm. Lelkem különféle nehézségek sűrűjén tör át. Ha te magad nem segítenél nekem, uram, szó sem lehetne előrejutásomról. Időn imádkoztam egy illető pap szándékára Jézus élő szívéhez, melyet az oltári szentségrejt Jézus egyszer csak kinyilvánította a jóságát, s ezt mondta nem fogom erején felül igénybe venni. Időn értesültem egy személy szenvedéseiről és nehézségeiről, melyeket átélt Isten eművének kapcsán szentáldozáskor. Megkértem Jézust adja tudtomra nem én vagyok-e ezeknek a szenvedéseknek az oka. Legédesebb Jézusom, végtelen jóságodra is, irgalmadra kérlek, tudasd velem, van-e valami, ami nincs tetszésedre ebben az ügyben, vagy terhele engem valami mulasztás? Ha igen, kérlek, töltsd el érkezésedkor szívemet nyugtalansággal séreztesd velem elégedetlenségedet. Ha pedig ártatlan lennék, erősítsd meg a békémet, ikor magamhoz vettem az urat, mély béket töltötte el lelkem. Az Úr tudatta velem, hogy a műnek sok próbát kell kiállnia, de ettől nem kevésbé kedves Isten előtt. Nagyon megörültem ennek, de megkettőztem imáimat, hogy a mű épségben kerüljön ki a megpróbáltatások tüzéből. Jézusom, ilyen jó a keresztel lenni de veled együtt. Veled szerelmem, lelkem folyton keresztre van feszítve, s keserűség járja át. Egyszer. Isepe van az ajkamom, de jó, hogy így van, hiszen a te isteni szívedet egész életedben keserűség járta át, s szeretetedért csak hálátlanságot kaptál. Annyira átjárt a fájdalom, hogy ajkait keserves, panasra nyíltak s kerested azt, aki megvigasztalhatna, de nem találtad meg ikor egy lélek részére, aki egyedül küzd sok nehézséggel kértem az urat, te kincs kegyesen az úr, tudtomra adta, hogy mindenki olyan, mint lába alatt a porszemek. Ne aggódjál! Látod -e ezek önmaguktól semmire semennek, ha én mégis engedélyezem, hogy látszólag győzedelmet arassanak, azt kikutathatatlan végzéseim miatt teszem, ahogy láttam, mennyire az úrtól függ minden nagy nyugalom töltött el. Időn a káplán az Úr Jézussal együtt jön hozzám időnként rendkívül eleven és teljelen jelenlét fog el és felismerteti velem az Úr nagy szentségét. Ilyenkor még a legkisebb porszemet is meglátom lelkemben, s minden szent áldozás előtt meg szeretném tisztítani a lelkemet. Ekkor kérdeztem a tomat, s azt válaszolta, hogy nem szükséges minden szent áldozás előtt gyónni. Ezeket a csekéségeket eltörli a szentáldozás. És ez csak kísértés, hogy a szentáldozás alatt a gyónásra gondoljak. Nem tártam fel jobban lelki állapotomat, mert ő nem a lelki atyám volt, csak a gyóntatóm. A felismerés semmi időmet nem rabolja el gyorsabb, mint egy villám felkelti szeretetemet és önismeretet hagy maga után. Ha ezt a feleletet kaptam az úrtól szenvedéseidre, a bűnösök megmentése miatt szükségem van. Ó Jézusom, tégy velem, amit akarsz. Nem volt bátorságom nagyobb szenvedést kérni Jézustól, mert az utolsó éjszakán annyira szenvedtem, hogy egy cseppel sem tudtam volna többet elviselni azon felül, amit maga az Úr Jézus adott nem egész éjjel olyan erős fájdalmaim voltak, hogy úgy éreztem, mintha a benső részeim szét szakadtak volna bennem. A bevett gyógyszereket kihánytam, s mikor előrehajoltam, elvesztettem az eszméletemet, s úgy maradtam egy ideig fejemmel a padlóra támaszkodva. Időn magamhoz tértem, azt láttam, hogy egész testem az arcomat és fejemet nyomta, s a hányadékban fekszem. Azt hittem, ez már a vég. A drága főnöknő és tarziszia nővér segített rajtam, ahogy tudott. Jézus szenvedést kíváncs, nem a halálomat. Ó Jézusom, tégy velem, amit akarsz. Csak adj erőt szenvedni. Ha hatalmat támogat, mindent kibírok. Ó lelkek, hogy szeretlek titeket. A bejött hozzám az egyik nővér s azt mondja: Nővér, különös módon úgy érzem, mintha valami azt súgná, hogy el kell jönnöm önhöz és különféle ügyeimbe be kell avatnom, mielőtt még meghal. Érzem, hogy ön ezeket el tudja intézni, és ki tudja esdeni az Úr Jézusnál? Valami folyton azt mondja nekem, hogy ön ki tudja esdeni ezeket a dolgokat, én is őszintén válaszoltam neki, így van érzem a lelkemben, hogy halálom után többet tudok kiesdeni istennél, mint most. Gondolni fogok önre az úr trónja előtt. Időn beléptem a szomszéd hálóba, hogy ott meglátogassam a beteg nővéreket, egyik nővére ezt mondta, nővér nem fogok félni magától, ha meghal. Öljön el hozzám halála után, mert el akarom árulni lelkemnek egy titkát, hogy intéze el Jézusnál. Tudom, hogy ki tudja esdeni ezt az Úrnál, mivel nyilvánosság előtt mondta, így válaszoltam az Úr Jézus igen diszkrét a köztes a lélek közt fennálló titkot soha sem lehet elárulni senkinek. Uram, köszönöm, hogy a kiüresítés révén teszel magadhoz hasonlóvá. Látom, hogy töredezni kezd földi hüvelyen. Örülök ennek, mert hamarosan atyám házában leszek. A gyóni voltam a atyánál. Úgy tettem, ahogy Jézus kívánta. A Szent Jónás után világosság árasztotta el a lelkemet. Ajd meghallottam a hangot, ivel gyermek vagy a szívemben maradsz. Egyszerűséget kedvesebb nekem, mint az önmegtagadás. Andra atya szavai él jobban a hitben. Imádkozz, hogy Isten irgalmának ismerete jobban elterjedjen, s ez a mű jó kezekbe kerüljön, amelyek jól irányítják. Te törekedj itt jó szerzetesi életre, bár úgy is lehet, ahogyan most van, de te csak iparkod, hogy hogy jó apáca a légy itt. Ha Isten erejének vonzását érzed, s felismered, hogy ez az óra, akkor csak menj utána az imára előírt időt használt fel egészen az imára és csak azután készíts jegyzeteket. A karnevál utolsó két napja. Testi szenvedéseim erősödtek. Szorosabban egyesültem a szenvedő üdvözítővel. Kértem irgalmát a gonoszságban tomboló világra. Egész nap éreztem a tövis korona fájdalmát. Időn lefeküdtem nem tudtam fejemet a párnára hajtani. Tíz óra tájban megszűntek fájdalmaim, és elaludtam. Ásnap azonban erős kimerültséget éreztem. Jézus szent ostya. Ha te magad nem támogatnál, nem tudnék kitartani a kereszten, nem bírnék elviselni ennyi fájdalmat. De kegyelmed ereje fenntart egy magasabb síkon és szenvedéseimet érdemszerzővé teszi. De a szerűt, hogy mindig előre haladjak és erőszakkal hódítsam meg az eget szíven pedig szeretetet érezzen azok iránt, akik kellemetlenséget okoznak nekem s akik megvetésüket éreztetik velem. Kegyelmeddel minden lehetséges. Egy napos lelki gyakorlat. Az elmélkedés alatt rájöttem, hogy Jézus szívében a lehetséges legmélyebbre el kell rejtőznöm. Fájdalmas szenvedéseit kell szemlélnem, s el kell mélyülnöm Isteni szívének érzéseibe, amely telve van irgalommal a bűnösök iránt. Hogy kikönyörögjem ezek részére az irgalmat minden pillanatban önmegtagadást fogok gyakorolni Isten akarata szerint élve. Ebben az egész időben ostya vagyok kezedben Jézus. Használj fel engem, hogy eljuss a bűnösökhöz. Kívánj tőlem, amit csak óhajtasz, semmiféle áldozat nem tűnik előttem nagynak, ha a lelkekért van. Az egész hónapban minden szent misét, és szent áldozást Pia András szándékaira ajánlok fel, hogy Isten még jobban megismertesse vele szeretetét és irgalmát. Ebben a hónapban azt a három erényt akarom gyakorolni, amelyeket a szűzanya ajánlott az alázatosságot, a tisztaságot és az Isten szeretetet éljen Isten akaratára hagyatkozva elfogadok mindent, amit rám küld. A szent nagy bőtöt úgy kezdtem el, ahogy Jézus kívánta. Teljesen elfogadtam szent akaratát, amit rám mér azt szeretettel veszem. Nagyon megtagadásokat nem végezhetek, mert nagyon gyenge vagyok. A hosszú betegség teljesen felemésztette erőimet. A szenvedésekkel kapcsolódom Jézushoz. Ha fájdalmas szenvedéseiről elmélkedem, csökkennek saját testi szenvedéseim. Az úr azt mondta nekem az egész bőt idejére elviszlek iskolámba. Eg akarlak tanítani szenvedni, azt válaszoltam veled, uram, mindenre kész vagyok, és meghallottam hangját ihatsz abból a kehelyből, amelyből én iszom. Ezt a kizárólagos megtiszteltetést kapod ma tőlem. A egész testemben megéreztem Jézus szenvedéseit, s az Úr megláttatta velem bizonyos lelkek megtérését. A Szent Misa alatt megláttam a keresztre feszített Jézust. Azt mondta nekem tanítványom. Nagy szeretettel légy azok iránt, akik néked szenvedést okoznak. Tégy jót azokkal, akik gyűlölnek téged, azt válaszoltam ó esteren. Hiszen te tudod, hogy nem érzek irántuk szeretetet, s ez aggodalommal tölt el. Jézus azt mondta erre, az érzéseid nem mindig tőled függenek, hogy mégis szeretsz arról ismered fel, ha a megtapasztalt kellemetlenségek és viszontagságok mellett megőrzöd lelked békéjét, s imádkozol azokért, akiktől elszenvedted a fájdalmakat, s jót kívánsz nekik időn visszatértem. Ostya vagyok kezedben. Jézusom Uram és Teremtőm. Szépség és bál csendes elrejtett. Ert lelkem egész szépsége benső. Ostya vagyok kezedben, ó Isteni főpap. Tégy velem, amit jónak látsz, szent tetszésed. Egészen akaratodra hagyatkozom, Uram. Ez lelkem minden gyönyöre és ékessége. Fehér ostya vagyok kezedben, ó Istenem. Változtass magadál engem, kérlek. Legyek errejtve benned teljesen. Irgalmas szívedbe bezárva mint az égben. Ostjaként pihenek kezedben, ó örök főpap. Testemnek leple az emberek előrejtsen el engem. Szeretetem és odaadásomat csak a te szemed lássa. Erd szívem örökre egyesült a te isteni szívedel. Kezedben ó isteni, közvetítő, mint áldozati ostya pihenek. Oltárodon egészen elégő áldozatként égek. A szenvedés megőrölt összezúzott, mint egy búza szemet. Váljon mindez a te dicsőségedre a lelkek üdvére. Ostya vagyok, mely szívet a pihen. Az élet útját szeretetedbe merülve járom. Nem rettenti meg semmi az én szívem. Erőmvédelmem oltalmam, egyedül tőled várom. Ostya vagyok én, s a te szíved az oltárom. Hogy örökre a szeretett tüzében égjek. Irgalmad emelt fel magasra, jól látom. Ezért minden kegyelmet szolgálja bennem a te dicsőséged. Ostya vagyok óbíránk és egváltunk kezedben. Életem utolsó órájában percében hogy célba érjek segítsen kegyelmed ereje. Könyörületességedet dicsőíthessem, mint irgalma edénye. Jézusom erősítsd lelkemet, hogy az ellenség semmi ne nyerjen ellenem. Nélküled csak gyengeség vagyok. I vagyok a te kegyelmed nélkül. Csak saját nyomorúságom mélysége. A nyomor csak saját tulajdonom. Ó irgalom sebe Jézus szíve rejtsel mélyedbe, mint saját véredet cseplét, és soha kinne engedj onnan. Zárj be mélységedbe s te magad taníts meg, hogy szeresselek téged. Örök szeretet. Te alakíts lelkemet, hogy képes legyen viszont szeretni téged. Ó élő szeretet! Tégy alkalmassá, hogy örökre szerethesselek téged. Szeretetedre, örökké szeretettel akarok válaszolni ó Krisztus! Egyetlen pillantásod drágább nekem, mint világok ezrei, mint az egész ég. Ó Uram! Te olyanná teheted lelkemet, hogy teljes valódban megérthessen téged úgy, amilyen vagy. Tudom és hiszem, te mindent megtehetsz. Ha már olyan gazdagon megajándékoztál, tudom, hogy még bőkezűbb is lehet. Vezes be a veled való bizalmas kapcsolatba oly mélyen, ahogy csak egy emberi lény számára lehetséges. Szíven vágyai oly nagyok és érthetetlenek. Hogy lelkem mélyét betölteni semmi sem képes. A világ legszebb teremtményeit összegyűjthetik nekem. Egy percre sem pótó semmi uram téged. Egy pillantással felmértem én az egész világot és mert nem találtam a szíveméhez hasonló szeretetet sehol. E világot túl kicsinek érezvén egy másikra vágyom. Szívem a halhatatlan Isten szeretetét kívánja felé lobog. Szívem megérezte, hogy királyi gyermek vagyok. Hogy itt számkivetésben idegenként élek. Felismertem, hogy az égi palotta az én otthonom. És lelkem, mint saját hazájában majd csak ott élhet. Agadhoz vonzottad az én lelkemet, ó uram. Végtelen felség hozzám így leereszkedtél. Lelkemmel megismertetted magad. Ímes szeretetet titka, engem teremtettél. Erősi és bátor rátett engem a tiszta szeretet. Nem félek a szeráfoktól, sem a kerubok kardjától. Szabadon járok ott, hol mások megrettennek. Erd nincs mitől félnie itt a szeretet kormányoz. És ekkor a hirtelen lelkem meglátott téged. Uram Jézus Krisztus keresztre feszítve. Íme hát szerelmesem kivel a sírba térek. Egyesem, uram a felfoghatatlan nagy Isten. Állandó testi szenvedések. A kereszten vagyok Jézussal. Egy alkalommal azt mondta nekem a főnök nő hiányzik önből nővér a fele baráti szeretet, mert ha valami teszik rosszul létei támadnak, csak zavarja mások éjszakai pihenését. Tudom biztosan, hogy a szenvedések, amelyek beleimben keletkeznek nem az evés miatt vannak, ezt az orvos is megállapította, inkább organikus szenvedések pontosabban mondva Isten rendelései. Erre a megjegyzésre azonban elhatároztam, hogy még jobban errejtem fájdalmaimat és semmiféle segítséget nem kérek, mert új is hasztalan lenne. Indenbe a vatkozás hányást okoz és sikerült néhány rohamot úgy kiállnom, hogy csak Jézus tud róluk. Ezek a fájdalmak oly erősek és hatalmasak, hogy elvesztem tőlük az eszméletemet. Ha már nem vagyok magamnál, s kiver a verejték apránként megszűnnek ezek a fájdalmak. Néha három vagy több óráig is eltart egy ilyen roham. Ó Jézusom legyen meg az akaratot kezedből, mindent elfogadok. Ha elfogadom a szeretet elragadtatásait és szent felemelkedéseit egészen addig, hogy minden körülöttem lévő dologról elfeledkezem, jogos, hogy azokat a szenvedéseket is szeretettel fogadjam, amelyek elveszik tudatomat. Időn az orvos jött, nem tudtam lemenni a fogadószobába, ahogy a többiek szoktak, mert egy akadály gátolt, s kértem, hogy ő jöjjön fel hozzám. Nem sokára aztán meg is érkezett az orvos a cellámba. Miután megvizsgált, azt mondta, majd az ápolónővérnek számol be az eredményről. Amikor eltávozott az orvos bejött az ápolónővér, mondtam neki az okot, miért nem mentem le a fogadó szobába. A nővér mégis igen elégedetlen volt velem, és amikor megkérdeztem, hogy mit szólt az orvos fájdalmaimra, azt felelte, nem mondott semmit. Semmi baja. Azt mondta a beteg szeszélyes, ezzel elment. Akkor így szóltam Istenhez, Krisztus adj erőt a szenvedéshez, sönts szívembe tiszta szeretetet ezzel a nővérrel szemben ezután egy hétig felém se nézett. A fájdalmak teljes erővel ismétlődtek, s majdnem egész éjjel áttartottak. Azt gondoltam, ez már a vég. Az előjáróim elhatározták, hogy más orvoshoz fordulnak. Ez azt mondta, hogy állapotom súlyos. Azt mondja nekem itt már nem lehet az egész széges állapotot helyrehozni. Valamit lehet segíteni, de a teljes egészség már nem jöhet szóba néhány gyógyszert felírt fájdalmaimra, s ezek bevétele után elmaradtak a nagy rohamok ha elutazik hozzánk nővér a lehetőséghez képest megpróbáljuk foltozgatni az egészségét amennyire még lehetséges. Ez az orvos nagyon szerette volna, hogy menjek el hozzájuk egy kurára. Ó Jézusom, mi különösek a te végzéseid? Jézus meghagyta, hogy mindent írjak fel azoknak a lelkeknek a vigaszára, akik majd hasonló szenvedésekre jutnak. Bár nagyon gyenge voltam, újra felkerestem ezt az orvost, mert ez volt előjáróim akarata. Az a nővér, akinek el kellett kísérnie, kedvetlenül jött velem. Sok esetben ki is mutatta ezt. Végül ezt mondta, hogy lesz, ha nem lesz elég a pénzem a bérkocsira. Talán nem is lesz kocsi. Hogy tesszük meg ezt a hosszú utat, nem feleltem semmit. Ezt és sok más dolgot mondott egyedül azért, hogy nyugtalanítson. Hiszen a kedves előjárók elegendő pénzzel láttak el, nem hiányzott egy fillér sem. Időn át láttam lelkemben az egész dolgot, azt mondtam a nővérnek egészen nyugodt vagyok, bízzunk a jó Istenben. Láttam rajta, hogy zavarta a mély nyugalmam. Elkezdtem imádkozni szándékára. Ó, uram, mindezt értett, hogy irgalmat nyerjek a szegény bűnösök számára. Visszatérve annyira kimerültem, hogy azonnal le kellett feküdnöm. Azonban negyedévi évi gyónás volt, igyekeztem, hogy én is el tudjak menni, mert szerettem volna nem csak megjóni, hanem tanácsot kérni lelkivezetőmtől. Elkezdtem a felkészülést, de oly gyengének éreztem magam, hogy elhatároztam, megkérem a főnöknőt, hadd gyónhassak a noviciák előtt, mert annyira gyengének érzem magam, beszéljen az újonc mesternővel, s ha ő engedi, hogy a noviciák előtt gyónjon bele, ezem, át csak nővér volt hátra, ezért inkább vártam, mivel erőm sem volt már felkeresni az újonc mesternőt. A gyóntató szében olyan rosszul éreztem magam, hogy nem tudtam beszámolni lelki dolgaimról, s alig bírtam meggyónni. Itt láttam meg, milyen nagy szükség van a lélekre. A betű maga nem növeli a szeretetet. A mai napon félreértés történt a főnök nők között és köztem. Ez nem az ő hibája volt és nem is az enyém. Az erkölcsi szenvedés mégis megmaradt bennem, mert ezt az ügyet nem tisztázhattam, mivel egy titokról volt szó, ezért szenvednem kellett. Bár egy szóval megmondhattam volna az igazat. A lélekben egy haldokló lelket kísértem. Kiesdettem részére az Isten irgalmába vetett bizalmat. A kétségbe esés határán volt már ez a lélek. A mai éjszakát egyedül te ismered, ó uram! Felajánlottam a megrögzött konó bűnösökért, hogy kikönyörögem számukra irgalmadat. Ostorozz és éges. De adj bűnös lelkeket, s főleg. Ó Jézusom nálad semmi sem vés el. Indenem a tiét, sérte ad nekem a bűnösök lelkét. Imádáskor a 40 órás áhítatnál azt mondta nekem az úr leányom írd az akaratlan védségek nem tartják vissza a szeretetemet a lelkek iránt s nem akadályoznak meg hogy egyesüljek velük de a legkisebb akarattal elkövetett védség feltartóztatja kegyelmeimet. Ilyen lelkeket nem tudok elárasztani a dományaimmal. Jézus megértette velem, hogy minden az ő akaratán múlik, s a mű egészével kapcsolatban mély békével töltött el. Hald leányom, bár minden mű, amely akaratomból keletkezik nagy szenvedésekkel jár, mégis gondolkodj el azon, hogy volt-e olyan közöttük, amely nagyobb nehézségekkel járt volna, mint az én közvetlen művem, a egváltás műve. Nem szabad túlzottan aggódnod a fellépő kellemetlenségek miatt. A világ nem olyan erős, mint amilyennek látszik. Erői szoros korlátok között mozognak. Tudd meg leányom, amíg lelket tiszta szeretetem izzásával van tele, szétfoszlanak a nehézségek, mint a köd a napsugaraitól. Ilyen lélekhez nem mernek hozzányúlni, és ellenségei is félnek vele kikezdeni, mert érzik, hogy ez a lélek erősebb, mint az egész világ. Leányom, tégy meg mindent az irgalmasság művéért, amit megenged az engedelmesség, de lelki atyádat, tájékoztasd le kívánságomról is. Ahogy dönt, azt hűségesen teljesítsd ne térj el tőle, különben nem leszel kedves előttem. A megpillantottam a szenvedő Jézust fölém hajolt, s halkan azt suttogta leányom segíts nekem lelkeket menteni, ekkor lelkem megtelt izzó szeretettel a lelkek megmentéséért. Időn magamhoz tértem, tudtam, milyen módon menthetek lelkeket, és felkészültem a még nagyobb szenvedésekre. A megerősödtek szenvedéseim azon kívül éreztem a sebeket kezeimen, lábaimon, oldalamon. Türelemmel viseltem őket. Éreztem a lelke ellenségének a dühét is, de nem ért hozzám. A újból rosszabbul érzem magam. Agas lász kezd gyötörni. Semmilyen táplálékot nem tudok magamhoz venni. Szeretnék egy frissítő italt, de úgy esett, hogy még egy csepp víz sem volt a kancsomban. Jézusom! Indent felajánlok, hogy irgalmat nyerjek a lelkek részére. Időn nagy szeretettel felújítottam szándékaimat, jött egy novícias átnyújtott egy narancsot, melyet az újonc mester küldött. Isten kezét láttam ebben. Ez még párszor megismétlődött. Ez időben, bár ismerték szükségleteimet kérésem ellenére, semmi frissítőt nem kaptam inni. Láttam azonban, hogy Isten szenvedést és áldozatot kíván tőlem. Nem írom le részletesen ezeket a visszautasításokat, mert ilyen kényes dolgok is szinte hihetetlenek. Isten néha ilyen áldozatokat is kívánhat. Időn elhatároztam engedélyt kérek a főnöknő anyától, hogy valami szomjúságoltó dolgot tarthassak a cellámban, míg mielőtt előadhattam volna a kérésem elkezdett beszélni az anyanővér most, aztán legyen vége ennek a betegeskedésnek. Dőjön el végre ez a dolog jobbra vagy balra. El kell végeznie egy kúrát vagy valami mást de ez így tovább nem mehet időn magamra maradtam így szóltam Krisztusom mit tegyek? Egészséget kérjek tőled vagy halált nincs egyértelmű utasításom letérdeltem s azt mondtam történjék velem minden szent akaratod szerint. Tégy velem, Jézus, amit akarsz ebben a pillanatban, teljesen elhagyatottnak éreztem magam, s különféle kísértések törtek rám. Ajt buzgó ima után enyhülést és világosságot kaptam, s felismertem, hogy a főnök nő csak próbára tett. Nem tudom, hogyan eshetett meg, de a szobám, ahol feküdtem, teljesen elhagyatottá vált. Egy történt, hogy több mint két hétig sem takarították. Sokszor tüzet sem gyújtottak a kályhába. Ezért megerősödött a köhögésem. Néha kértem, hogy gyújtsanak be, néha azonban nem mertem. Időn egyszer meglátogatott a főnöknő, megkérdezte, nem kellene itt jobban fűteni, azt feleltem, hogy nem mert ekkorra már meleg volt kín, s nyitva voltak az ablakok. Első péntek Időn kezembe vettem az isteni szívhírnöket célapot, és Bobola András szenti avatásáról olvastam benne egyszerre csak óriási vágy fogta el lelkem bár csak a mi rendünknek is lenne egy szentje. Sírtam, mint egy gyermek, amiért nincs szentünk, s azt mondtam az úrnak, ismerem nagy lelkűségedet, de úgy látszik hozzánk, kevésbé vagy bőkező újra úgy sírtam, mint egy kis gyermek. Erre így szólt az Úr Jézus, ne sírít, te vagy a szent hirtelen isteni világosság gyúlt a lelkemben, s megértettem, milyen sokat fogok még szenvedni. Azt mondtam az Úrnak, hogyan lehet ez, hiszen te egy új rendről beszéltél, nekem azt felelte az Úr, nem a te dolgot, hogy tud miként esik meg ez a dolog a te dolgot, csak az, hogy légy hű kegyelmeimhez, stégy mindig úgy, ahogy erődés az engedelmesség engedi a bejött hozzám az egyik nővér s elpanaszolta, hogy ez és ez a nővér betegs emiatt igen elkényezteti magát, s ez bosszantja őt. Szeretném jól kiveszekedni magam vele csak, hogy én nem ebből a házból való vagyok. Kifejeztem csodálkozásomat, hogy így gondolkodik. Hogy is gondolkozhat így a nővér. Gondolja csak meg, mi sok álmatlan éjszakája volt ennek a betegnek, s mennyi könnyet ejthetett, erre megváltoztatta véleményét. Lelkem az Úrnak irgalmát zengjed. Egész szívem örvend benne. Erdő maga rendelt erre téged. Hogy irgalmának dicsőségét hirdest. Óságát senki fel nem fogja, fel nem méri. Irgalmasságának nincs vége. Aki közeledik hozzá az megérzi. Időn irgalmas szívére öleli védve aki jóságodban bízik boldog az a lélek. Ki teljesen rá irgalmasságodra. Eltölti azt szereteted és béke. És mint saját gyermekedet véded a harcokban. Ó lélek bárki vagy is itt e fölön. Es bűneid mint az év feketék legyenek bár. Gyenge gyermek ne félj Istentől. Erd irgalma erős és nem ismer határt a fénylő magasba hol Istenem a király? Oda vágyik az én lelkem. A szívem ott dobog dalát. Egész lényem utána deped. Az örök életbe vágyom én Istenemhez. A tündöklő fénybe a szeretett tüzébe. Ert szívem lelkem övé egészen. Ifjúságom óta csak őt szereti szívem. Ott arcot fény ének ragyogásában. Ekkpihem vágyakozó szeretetem végre. Erd szám kivetésében a szűz belehaj itt vágyába. Csak akkor él, ha egyesülhet véled. Napom leáldozik már, Uram. Érzem örök ragyogásod sugarát. Itt érez a szívem, senki meg nem tudja. Ajkam elnémul, mély alázat járja át. Ár indulok az örök lakomára. A végtelen égbe kifürkészhetetlen készhetetlen messzes égbe. Nem pihenésre vágyom vagy tetteim jutalmára. Isten tiszta szeretete vonsz csak az égbe. Ár indulok, hogy találkozzam veled örök szeretet. Sóvárgó szívvel mely eleped érted. Érzem, hogy tiszta szeretetet szívemben lakozik Istenem. És érzem örök rendeltetésem az égben indulok immár már atyámhoz az örök mennyországba. Elhagyom ezt el számkivetés földjét, ezt a síralom völgyet. Tiszta szívemnek a földön nincs tovább maradása. Az égi magaslatok hívnak magukhoz engem. Ár indulok ó jegyesem, hogy meglássam dicsőséged. Ej már most örömmel tölti el lelken. Az egész ég leborulva áld és dicsér ott téged. És bár semmi vagyok érzem, dicséretem kedves neked. Az örök boldogságban nem feledkezem meg az emberekről sem. Isten irgalmáért könyörgök majd mindenki számára. Különösen gondolok azokra, kik kedvesek voltak nekem. Emlékezni fogok rájuk Istenben elmerülve vele egyé Ezekben az utolsó percekben nem tudok már ez emberekkel beszélni csendben várakozom rád, Uram. Tudom, eljön az óra, mikor Isten művét a lelkemben mindenki megérti. Tudom, hogy ez az akaratod, és így is lesz, Uram. Ó, valóságú tövises élet! Ha győztesen akarunk átjutni rajtad. Legyünk mindig Krisztus közelében. Ő legyen lelkünk támasza. Nélkület Krisztus nem tudnék szenvedni nem tudnék szembeszállni ennyi veszedjelemmel. Agamtól nem mernék ebből a kehelyből inni. De te uram mindig velem vagy, és titokzatos utakon vezetsz engem. Felvettem hát a harcot a te nevedben. Bátran küzdöttem bár néha hasztalan. Tudom erőfeszítéseim előtted kedvesek. És tudom, hogy értük adod örök jutalmadat. Ó valóságú életre folyó küzdelem. Int tapasztalatlan lovag úgy léptem én a csatatérre. Éreztem, hogy lovagi sari vagyok, de még gyermek. Ezért kértem Krisztusom oltalmad és segítséged. Szívem a harcban küzdelemben meg nem pihen. Így a csatatérről magad el nem szólít a szengem. Ha akkor eléd állok, nem jutalmad vár szívem. Csak hogy elmerüljön benned örökre békében. Ó Krisztus! Ha a lélek egyszerre megtudná, hogy egész életében mennyit kell szenvednie a rémülettől, rögtön meghalna. Nem venné ajkára a keserű kejhet, de mert cseppenként nyújtották oda fenné ki a... Ó Krisztus! Itt tehet magában a lélek, ha nem támogatod. Erőseg vagyunk, de a te erőddel szentek vagyunk a te szentségeddel. És míg vagyunk magunktól. Kevesebbek a semminél. Jézusom, te többet jelentesz nekem, mint az egész világ. Bár nagyok a fájdalmaim, de te támogatsz engem. Szörnyű az elhagyatottságom, de te megédesíted. Bár rendkívül nagy a gyengeségem, te erővé változtatod azt át. Nem tudom leírni mindazt, mit szenvedek, amit eddig lejegyeztem, az csak egy csebb belőle. A szenvedésnek vannak pillanatai, amelyeket valóban nem tudok leírni. De vannak az életben olyan pillanatok is, amikor hallgatnak az ajkaim és mentségemre egyetlen szó sem jön ki a számon. Teljesen elfogadom Isten akaratát, ilyenkor maga az Úr véd meg. Úgy áll mellém, hogy ez külsőleg is nyilvánvaló lesz. Ha azonban látom, hogy figyelmeztetései nagyobbak s büntetésként adja az Úr rögtön bocsánatért és irgalomért esedezem. De nem mindig hallgat meg az Úr. Különös, ahogy bánik velem. Vannak idők, amikor szörnyű szenvedéseket ad, máskor nem engedi meg, hogy szenvedjek. Indent eltávolít, ami megszomorítaná a lelkemet. Ezek az ő útjai, melyek részünkre érthetetlenek és felfoghatatlanok. A mi feladatunk, hogy mindig szent akaratát tegyük. Vannak titkok, melyeket az emberi értelem a földön fel nem foghat, majd az örökké valóságban derül rájuk fény. Virágvasárnap. Elmentem a Szent Misére, de nagyon gyenge voltam, hogy Pálma Ágért menjek. Oly erőtlennek éreztem magam, alig bírtam kitartani a Szent Misén. A Szent Misén megismertette velem Jézus lelkének fájdalmát. Világosan megéreztem, milyen fájdalmasan visszhangoztak legszentebb szívében a hozsanna hangjai. Az én lelkemet is eltöltötte a keserűség tengeres minden hozsanna keresztül hasította a szívemet. Egész lelkem Jézus közelében volt. Hallottam Jézus hangját leányom együttérzésed részvétett enyhíti kínjaimat. Szenvedésemről való elmélkedésed különös szépséggel vonja be a lelked a szent áldozást fent kaptam, mert szó sem lehetett arról, hogy lemenjek a kápolnába. Nagyon gyenges agyonizzad voltam. Időn elmúlt az izzadás reszkedtem, s magas lázam lett. Teljesen elgyengültnek éreztem magam. A egy jezsuita atya hozta el hozzánk a szent ostját. Előbb három nővért áldoztatott meg aztán engem. Azt gondolta én vagyok az utolsó, így két ostját kaptam. Egy kis novíciának, aki a másik cellában feküdt, nem jutott. A pap elment, hogy neki is elhozza az urat. Jézus így szólt hozzám, nem szívesen megyek be ebbe a szívbe, ezért kaptál két ostját, mert vonakodva térek be ehhez a lélekhez. Abba a lélekbe, aki kegyelmeimnek ellenáll, nem szívesen térek be az ilyen lélek meglátogatása nem esik jól nekem ebben a percben lelkemet egészen közelségébe vonta, s mélyi megvilágosodást nyertem az irgalomról. Indez a villám gyorsaságával történt mégis világosabb volt, mintha testi szemeimmel órákon át tanulmányoztam volna. Hogy valamit leírjak, ahhoz szükségem van a szavakra. Ezek azonban nem tudják visszaadni mindazt, ami lelkemet örömbe vonta látva Isten irgalmának dicsőségét. Isten irgalmának dicsősége már most kinyilvánult az ellenségnek, magának a sátánnak, erőfeszítése ellenére, aki annyira gyűlöli Isten irgalmát. Ez a mű szakítja ki a legtöbb lelket karmaiból. Ezért a sötétség lelke néha jó embereket is erős kísértésbe visz, hogy megnehezítsék ezt a művet. De én egész világosan felismertem, hogy Isten akarata már is teljesül és meg is fog valósulni teljes egészében. Az ellenség legnagyobb erőfeszítései sem tudják megátolni, hogy a legkisebb részletéig megvalósuljon mindaz, amit az Úr elhatározott. Nem számít semmit, hogy vannak pillanatok, amikor úgy tűnik ez a mű teljesen elveszett, éppen ekkor szilárdul meg. Lelkemet olyan mély béke töltötte el, mint soha az előtt. Az Istenben való biztonság, melyet soha senki nem oldhat ki belőlem, mély béke, melyet senki sem zavarhat meg még akkor sem, ha nagy megpróbáltatások is érnek. Nyugod vagyok, Isten maga irányítja ügyét. Egész nap hálaimát mondtam. Hálával volt tele a lelkem. Ó, milyen jó vagy, Istenem, milyen nagy az irgalmad. Oly nagy kegyelmekkel halmozol el engem nyomorúságos porszemet. Arcra borulva lábaid előtt, uram, őszinte szívvel beismerem, nem érdemlem meg legkiszebb kegyelmedet sem. Hogy oly gazdagul meg ajándékozol, az csak felfoghatatlan jóságodon múlik. Ezért szívem mély alázatba merül annál mélyebben minél nagyobb a kegyelmeid. Ó Krisztusom! Érted szenvedni gyönyör a szívnek és a léleknek. Szenvedéseim tartsanak a végtelenségig, hogy ezzel szeretetem bizonyítékát adjam néked. Intent elfogadok, amit kezed nyújt. Jézusom a te szeretetet elég nekem. Dicsérni foglak elhagyatottságban, sötétségben, félelemben, kínok között, fájdalomban, keserűségben, lelkem gyötrelmében és szívem keserűségében is, mindenben így áldott. Szívem annyira elszakad a földtől, hogy egyedül te elég vagy nékem. Életemben nincs egy pillanat sem, mikor magammal foglalkozom. Nagy csütörtök. A elég erősnek éreztem magam ahhoz, hogy részt vegyek a templomi szertartásokon. A Szent Misa alatt ott állt és azt mondta, nézd a szívemet, mely teve van szeretettel és irgalommal az emberek, különösen a bűnösök iránt. Nézd sméjű jelszenvedéseimben egyszerre szívemben megéreztem és átéltem Jézus egész kín szenvedését, Csodálkoztam azon, hogy ezek a kínok nem vették el életemet. Az imádás alatt azt mondta nekem Jézus leányom tudj róla, hogy élő szeretetet s együttérzéset vigaszon volt az olajfák hegyén. Este a szent órán hallottam-e szavakat látod a bűnösök iránti irgalmamat, amely ebben az órában teljes erejével megnyilatkozik. Nézd milyen keveset írtál erről. Ez még csak egy csebb belőle. Tégy meg mindent, ami erődből telik, hogy a bűnösök megismerjék jóságomat. Nagy pintek. Láttam a megkínzott urat, aki még nem volt ráfeszítve a keresztre. Ég a felfeszítés előtt ezt mondta nekem, te vagy az én szívem beszél a bűnösöknek, egismertette velem az úr irgalmának egész mélységét a lelkek iránt. Rájöttem, hogy az, amit eddig felírtam, csak egy csepp az egészből nagy szombat. Az imádás alatt azt mondta az úr légy nyugodt leányom az irgalmasság műve, az én művem nincs benne semmi, ami a tied volna. Tetszik nekem, hogy hűen teljesíted, amivel megbíztalak. Egyetlen szót sem tettél hozzá, se meg nem csonkítottad, belső megvilágosítást adott s felismertem, tényleg nincs benne egyetlen saját szavam sem s minden nehézség és viszontokság ellenére mindig Isten felismert akaratát teljesítettem. Feltámadás Feltámadás előtt oly gyenge voltam, hogy már lemondtam a templomban a körmeneten való részvételről. Azt mondtam az Úrnak Jézusom, ha a kedvesek neked az imáim erősíts meg arra az időre, hogy részt vehessek a körmeneten egyszerre erősnek és biztosnak éreztem magam, hogy a nővérekkel részt vehettem a körmeneten. Időn elindult a körmenet, megpillantottam Jézust a nap fényénél is fenségesebb ragyogásban. Jézus szeretettel nézett rám, s azt mondta a szívemnek szíve. Telj meg örömmel ebben a pillanatban elmerült benne a lelkem. Időn magamhoz tértem együtt mentem a nővérekkel a körmenetben. Lelkem egészen elmerült benne. Húsvét. A Szent Misa alatt megköszöntem az Úr Jézusnak megváltásunk a azt a legnagyobb ajándékát, hogy szeretetét vagyis saját magát adja nekünk a szent áldozásban. Abban a pillanatban a Szent Háromság ölében éreztem magam. Elmerültem az atya a fiú és a szent lélek szeretetében. Ezeket a perceket nehéz leírni. Ekkor az úr elé terjesztettem kérésemet egy bizonyos szemére vonatkozólag. Erre így válaszolt az úr ez a lélek különösen kedves nekem rendkívül megőrültem ennek. Ás lelkek boldogsága új örömmel tölti e szívemet. Ha meglátom, hogy valamelyik lélek nagyobb adományban részesül szívem újongó dicsőítéssel emelkedik az Úrhoz. A rekreáció idején így szólt az egyik nővér Faustina nővér már, hogy gyenge, alig bír járni. De halljon is meg mielőbb, mert szent lesz az egyik igazgató nővér erre megjegyezte, hogy meghal, azt tudjuk, de hogy szent lesz -e, az kérdéses ezt a témát csípős megjegyzések követték. Én hallgattam, majd szóltam egy szót, de mivel láttam, hogy a beszélgetés kiéleződik, visszatértem a hallgatáshoz. Közben leveleket kapok nővérektől, más házakból, akikkel együtt voltam a noviciátusban. Ezeken a leveleken sokszor nevetnem kell. Igen, elszórakoztatnak. Ilyeneket írnak drága Faustina nővér, nagyon szomorúak vagyunk, hogy olyan beteg. De azért örülünk, mert ha az Úr Jézus magához veszi önt, akkor imádkozni fog értünk, mert ön sokat elérhet az Úrnál egy másik nővér, így írt, ha meghal nővér fogadjon oltalmába, mert ezt megteheti értem egy másik, így nyilatkozott, nagyon várom már, hogy az Úr Jézus elvigye önt, mert tudom mi lesz s kívánom, hogy halljon meg nővér, ár meg akartam kérdezni, mit gondol halálomról, de ön megtagadást gyakoroltam, s ezt válaszoltam, azt történik velem bűn. Bűnössel, mint minden más bűnössel, ha az Isten irgalma meg nem véd. Utazás Prdnikba Nagyon aggódtam, amiatt, hogy közös teremben kell feküdnöm, ahol sokféle dolognak leszek kitéve. Ha csak egy-két hétről lenne szó, de valószínűleg két vagy még több hónapig is itt kell maradnom. Este bementem Jézushoz egy hosszabb beszélgetésre. Időn megláttam Jézust, kiöntöttem előtte egész szívemet, nehézségeimet, félelmeimet, aggodalmaimat. Jézus szeretettel hallgatott, majd azt mondta, légy nyugodt gyermekem, én veled vagyok. Utaz el nyugodtan, minden elő van készítve. Saját módszerem szerint külön szobáról gondoskodtam részedre, egy nyugodva hálás szívvel pihentem le. A következő napon Felicia nővér kíséretében elutaztam. Éjjel békével lélekben szabadon mentem el. Ikor megérkeztünk azzal fogadtak bennünket Faustina nővér részére készen áll a külön szoba időn bementünk a szobába elcsodálkoztunk mert minden nagyon szépen volt előkészítve. Tiszta szép asztal terítős virágok. Az éjjeli szekrényre a nővérek egy szép kis húsvéti báránykát állítottak. Bejött hozzám három Jézus szíve nővér is, akik ebben a szanatóriumban dolgoznak, s már régebben ismerem őket. Kedvesen üdvözöltek. Felicia nővér mindezem nagyon csodálkozott. Szívélyesen elbúcsúztunk, aztán elutazott. Időn egyedül maradtam Jézussal, megköszöntem neki ezt a nagy kegyelmet. Jézus így szólt, légy nyugodt, én veled vagyok, kimerülten elaludtam. Este bejött az a nővér, akinek a gondjaira voltam bízva. Holnap nővér nem fogadhatja az urat, mert most nagyon kimerült. Aztán meglátjuk, hogyan tovább ez nagy fájdalmat okozott, de nagy nyugalommal ezt feleltem, van igyekeztem, tökéletesen bízva az úrban elaludni. Reggel megtartottam az elmélkedést és előkészültem a szentáldozásra, bár úgy volt, hogy Jézust nem vehetem magamhoz időn szeretetem és vágyakozásom elérte csúcspontját hirtelen megpillantotta májamnál egy szeráfot, aki a szent ostját nyújtotta felém, és így szólt íme az angyalok ura időn magamhoz vettem az urat, lelkem elmerült Isten szeretetében is csodálat árasztott el. Ez az esemény megismétlődött 13 napon keresztül, de sohasem voltam benne biztos eljönne nap újra az angyal. Bíztam Isten jóságában, de nem mertem arra gondolni, hogy másnap is részesülök ilyen módon a szentáldozásban. A szeráfot nagy fényesség vette körül Isten áthatott, az ő szeretete tükröződött vissza a róla. Aranyöltözet volt rajta, azon egy átlátszó mise ruha és átlátszó stúla. A kehely kristályból volt rajta egy átlátszó fátyol. Miután odaadta nekem az urat, azonnal eltűnt. Időn a szent áldozás előtt egy alkalommal némi bizonytalanságot éreztem súlyból, ott állt előttem a szeráf az Úr Jézussal kérdéssel fordultam az Úrhoz. Nem kaptam feleletet, ezért a szeráfot kérdeztem meg egy untatnál engem azt válaszolta az ég egyetlen szellemének sincs erre hatalma ebben a pillanatban már az ajkamom is pihent a szent ostya vasárnap azt mondta az ápoló nővérre elhozza a papönnek az Úr Jézustól feleltem. És valóban elhozta. Némi idő múltán megengedték, hogy felkeljek, s így már eljártam a Szent Misére és az Úrhoz. Az első vizsgálat után az orvos megállapította, hogy állapotom súlyos. A gyanúja nővér, amiről beszélt valóban fennáll, de a mindenható Isten mindenre képes. Időn visszatértem a szobámba, hálaimába merültem, megköszöntem mindent, amit egész életemben adott nekem az Úr. Agy teljesen átadtam magam szent akaratának. Így öröm és béke árasztotta el a lelkem. Oly mély volt bennem a béke, hogy ha ebben a pillanatban jött volna elértem a halál, nem mondtam volna neki, várj még van, amit el kell intéznem, nem, hanem örömmel köszönteni, mert kész vagyok találkozni az úrral nem csak ma, hanem bár azóta, amióta egész bizalmamat Isten irgalmába helyeztem, s elfogadtam legszentebb akaratát, ami csupa irgalom és könyörület. Tudom, mi vagyok magamtól. Fehér vasárnap. A újra égő áldozatul ajánlottam fel magamat az Úrnak a bűnösökért. Jézusom, ha már közeleg életem vége, alázatosan könyörgők fogad el halálomad veled egyesülve égő áldozatként, amelyet hármas cél érdekében ajánlok fel értelmem és akaratom teljes tudatában. Először. Terjedjen el az egész világon irgalmad műve ünnepélyesen rendeljék el, s tartsák meg Isten irgalmának ünnepét. Ásodszor. Eneküljenek a bűnösök irgalmadhoz, s részesüljenek ennek kimondhatatlan áldásaiban, főleg a haldokló lelkek. Harmadszor. Kívánságot szerint valósuljon meg az irgalmasság teljes műves egy bizonyos személyért, aki ezt a művet viszi. Legirgalmasabb Jézusom. Fogadd el ezt az elégtelen áldozatot, amit az ég és föld színe előtt felajánlottam neked. Tökéletesítse legszentebb irgalommal teli szíved, ami még hiányzik belőlem, s így ajált fel legszentebb atyádnak a bűnösök megtérésére. Ó, Krisztus, annyira vágyódom a lelkek után. Ebben a pillanatban átjárt Isten világossága. Éreztem, hogy Isten egyedüli tulajdona vagyok. Éreztem a lélek legnagyobb szabadságát, amiről ezelőtt sejtelmem sem volt. Ugyanakkor láttam Isten irgalmának dicsőségét, s körülötte lelkek seregeit, akik jóságát dicsőítették. Lelkem teljesen elmerült Istenben, se szavakat hallottam, te vagy legkedvesebb leányom Isten élő jelenlétét egész nap éreztem este azt mondta, Jézus leányom nem hiányzik-e valami néked, azt válaszoltam, ó szerelmem, ha velem vagy mindenem, megvan, az úr ezt felelte, ha a lelkek egészen rám bíznák magukat magam, tenném szenti őket, s még nagyobb kegyelmekben részesíteném őket. Vannak lelkek, akik semmibe sem veszik fáradozásaimat, de én nem kedvetlenedem el, akárhányszor visszajönnek hozzám segítésükre, sietek. Irgalmammal védelmezem őket, s könyörületes szívemben első helyet biztosítok részükre. Ít fel a szerzetes lelkek részére, hogy gyönyörűség a szívükbe jönnöm a szent áldozás által. De ha valamelyik szívben más valaki lakozik, azt nem bírom elviselni. A leggyorsabban távozom tőle, s neki készített kegyelmet és adományt magammal viszek. A lélek még észre sem veszi távozásomat. Némi idő után aztán felfigyel belső ürességére és elégedetlenségére. Ó, ha ekkor hozzám fordulna segítségére lennék, hogy megtisztítsam a szívét. Indent helyrehoznék ebben a lélekben. De tudatos beleegyezése nélkül nem tudok gazdálkodni a szívében. Gyakran érintkezem haldoklókkal, kérem nékik Isten irgalmát. Ó, milyen nagy az Isten jósága! sokkal nagyobb, mint ahogy fel tudjuk fogni. Az isteni irgalomnak vannak olyan pillanatai és titkai, amelyek fölött még az ég is csodálkozik. Ítéletünk némuljon el a lelkek felől, mert Isten irgalma különleges irántuk. A Szent Órán kértem Jézus tanítson meg a lelki életre. Jézus azt mondta leányom, tartsd magad hűségesen szavaimhoz, melyeket neked mondok, ne becsülj túl sokra a külső dolgokat, még ha drágának tűnnek is neked. Ondj le magadról, s légy velem állandóan. Bíz rám mindent, ne tégy semmit magadtól, így mindig nagy lelki szabadságban maradsz, és semmilyen külső körülmény és esemény nem fog megzavarni. Ne törődj az emberek véleményével. Engedd, hogy saját tetszésük szerint ítéljenek meg, ne védekezz, nem árthatnak neked. Igénylésük első jelére adj oda mindent, még ha a legszükségesebb dologról lenne is szó. Ne kérj semmit anélkül, hogy tőlem tanácsot ne kérnél. Engedd, hogy elvegyék tőled azt is, ami megillet, elismerést, jó hírnevet. Első helyen álljon a lelked. Így mindentől megszabadulva nyugodjál szívemen békéd ne enged semmivel megzavarni. Kis tanítványom fontold meg szavaimat, melyeket most mondtam neked. Ó szerelmem örök teren. Így jó hallgatni, mert az engedelmesség erőt és hatalmat ad a léleknek a tettek megvalósítására. A láttam a megfeszített urat. Szívének sebéből értékes gyöngyök és gyémántok hullottak. Láttam, hogy számos lélek összegyűjtötte ezeket az adományokat. Volt köztük egy lélek, aki a legközelebb áll a szívéhez. Igen sokat gyűjtött belőlük nem csak magának, hanem mások részére is, mert ismerte ezen adományok értékét. Az üdvözítő azt mondta nekem, ezek a kegyelmek kincsei, amelyek a lelkekre ömlenek, de nem minden lélek tudja kihasználni bőkezűségemet. A azt mondta nekem az úr leányom nézd irgalmas szívemet, stükrözd irgalmát saját szívedben és tetteidben, hogy téged is a kirgalmam hírnöke vagy átjárjon irgalmam. A láttam két földbe vert oszlopot. Ind kettő nagyon nagy volt. Az egyiket én a másikat egy bizonyos személyes felfoghatatlan erőfeszítéssel, fáradtsággal és erővel döngölte a földbe. Időn már állt az oszlop magam is, csodálkoztam honnan volt erőm a beveréséhez. Egértettem nem az én, hanem az ég ereje működött itt. A két oszlop a kép közelében állt, s a képet erre a két oszlopra helyezték, pedig jó magasra. A két oszlopunk hirtelen egy nagy templom keletkezett. Belsejében és külsejénél is látható volt egy kéz, amely befejezte a templom építését, de a kéz tulajdonosát nem láttam. A templomban és körülötte nagy tömeg tolongót. Inden kire a sugarak Jézus legirgalmasabb szívéből. A szentáldozás után így szólt Jézus leányom adj nekem lelkeket tudd meg az a feladatot, hogy lelkeket nyeri meg részemre imáiddal, áldozataiddal és bátorítással, hogy bízzanak irgalmasságomban. Ó, úgy vágyom irgalmat dicsőségére magamnak meg keserűségre és szenvedésre. Ha látom irgalmat dicsőítését mértéktelenül boldog vagyok. Indem gyalázat megaláztatás lealacsonyítás érjen csak engem, de a te irgalmat dicsősége és tisztelete zengjen. Ez elég nekem. A teremtő és a teremtmény. Imádlak téged, Uram és Teremtőm, errejtve a legméltóságosabb oltári szentségben. Imádlak téged, kezed minden művéért, melyekben oly sok bölcsességet, jóságot és irgalmasságot mutattál nekem ó uram, oly sok szépséget szóltál a földre, és ezek mind felfoghatatlan szépségedet hirdetik, bár csupán gyenge fényei neked felfoghatatlan szépség. Rejtve és titokzatos módon vagy jelen, és szépségedet errejtetted előlem, de hittel megvilágosított szemeim mégiscsak felérnek hozzád, s lelkem felismeri teremtőjét legfőbb avát. Egész szívem elmélyed imádásodban. Uram Teremtőm! Óságot felbátorít, hogy szóljak hozzád. Irgalmad eltávolítja a közöttünk tátongó szakadékot, ami elválasztja a Teremtőt a Teremtménytől. Veled beszélni jó Uram, gyönyörűség a szívemnek. Benned megtalálok mindent, amire csak vágyódhat a szívem. Fényed megvilágítja értelmemet, s képessé tesz, hogy mindjobban felismerje téged. Nálad kegyelemőzően árad szívembes, itt örök életet meríthet magának lelkem. Ó, uram és Teremtőm, ezeken az adományokon kívül önmagadat adod nekem, és szorosan egyesülsz velem nyomorult Teremtményeddel. Itt szívünk szavak nélkül, és megérti egymást, itt senki sem tudja megszakítani beszélgetésünket. Amiről veled beszélek, Jézus az, amit titkunk amelyről a teremtmények nem fognak tudni s még az angyalok sem merik megkérdezni. Ezek titkos megbocsátások, melyekről csak Jézus tud és én. Ez az ő irgalmának titka, amely minden lelket egyénileg átfog. Ezért a felfoghatatlan jóságodért imádlak téged Uram és Teremtőm teljes szívvel és lélekkel. És bár dicsőítésem nyomorúságos és kicsiny mégis nyugod vagyok, mert tudod gyarlósága ellenére is őszinte. Ahogy a fenti szavakat írtam, megpillantottam Jézust, amint fölém hajolt, és megkérdezte itt írsz leányom, azt feleltem róla a írok, Jézus. Errejtettségedről a legszentebb oltári szentségben. Felfoghatatlan szeretetedről és irgalmadról az emberek iránt, ezt válaszolta Jézus legmélyebb titkom titkárnője. Tudd meg, kizárólagos bizalmamat élvezed. Az a feladatot, hogy mindent leírj, amit irgalmamról tudattam veled a lelkek javára, akik majd ezt az írást olvassák, s lelkügy vigaszt és bátorságot merít belőle, hogy hozzám jöjjenek. Ezért kívánom, hogy minden szabad idődet az írásra fordítsd, ó, Uram. Lesz-e mindig időm, ha csak rövid is az írásra, Jézus azt feleltennem a te dolgot, hogy ezen gondolkozz. Tégy annyit, amennyit tudsz. Úgy fogom irányítani a körülményeket, hogy amit kívánok könnyen teljesíthest. A meglátogatott egyvilági személy, aki nagy kellemetlenséget okozott nekem, mert visszaélve jóságommal össze-vissza hazudozott. Ahogy megláttam, megfagyott ereimben a vér. Eszembe jutott, mennyit szenvedtem, miatta pedig egyetlen szóval tisztázhattam volna magam. Arra gondoltam, hogy tudatom vele az igazságot, és pedig azonnal de egyszerre Isten irgalmára gondoltam. Elhatároztam, hogy úgy viselkedem vele, ahogy Jézus tenné helyemben. Szelíden beszéltem hozzá, s szem közt akart velem beszélni kíméletesen, de egyértelműen ráirányítottam figyelmét szomorú lelki állapotára. Észrevettem mi megindultságát, bár igyekezett elrejteni előlem. Közben bejött egy harmadik személyig így nécem közti társalgásunknak vége szakadt. Ez az illető kért tőlem egy pohár vizet, s két másik dolgot, amit szívesen megadtam neki. Isten kegyelme nélkül azonban képtelen lettem volna így bánni az első személlyel. Miután elmentek hálát adtam Istennek a kegyelemért, amelyel megerősített az úr. Most meghallottam a szavakat, örülök, hogy úgy viselkedtél, mint igazi lányom. Légy mindig irgalmas, amint én is az vagyok. Irántam való szeretetből szeres mindenkit, még legádázabb ellenségedet is, hogy szíved hűen tükrözze irgalmamat. Ó Krisztus! Ha nagy erőfeszítésem bekerül és de kegyelmeddel minden lehetséges. A elég jól érzem magam s örültem, hogy megtarthatom a szent órát abban a percben, ahogy elkezdtem az imád fizikai szenvedéseim annyira fokozódtak, hogy képtelen voltam tovább imádkozni. Ahogy véget ért a szent óra, elmúltak fájdalmaim is. Elpanaszoltam az úrnak, mennyire vágyódtam elmélyedni keserű szenvedéseiben, de fájdalmaim miatt nem bírtam. Erre Jézus azt mondta leányom. Tudd meg az az én kegyelmem, amikor megérzed és jobban megismered fájdalmaimat. De ha elhomályosul az értelmed és nagyok a szenvedéseid, akkor valóban részt veszel az én szenvedéseimben. Teljesen hozzám hasonlóvá teszlek. Ebben a pillanatban az a dolgot, hogy kövesd akaratomat jobban, mint bármikor. Gyakran kísérem a haldokló lelkeket, s Isten irgalmába vetett bizalmat könyörgők számukra. Könyörgök Isten kegyelméért, ami mindig győzelmet arat. Néha különleges, titokzatos módon, utolsó pillanatban érinti meg a bűnös lelket Isten irgalma. Külsőleg úgy tűnik elveszett már minden. De nem így van. Isten végső kegyelmének sugarában a lélek oly nagy szeretettel fordul Istenhez az utolsó pillanatban, hogy azonnal elnyeri bűnei bocsánatát, büntetése azonnali elengedését. Külsőleg nincs jele bánatának és összetörtségének, mert már nem reagál külső dolgokra. Ó, mi megfejthetetlen Isten irgalma! De jaj, vannak lelkek, akik önként és tudatosan elutasítják és megvetik ezt a kegyelmet. Bár a haldoklás pillanatában Isten megadja a lelkeknek ezt a belső világosságot, s ha a lélek is akarja lehetősége van visszatérni Istenhez. De néha annyira megkeményedett már némely hogy tudatosan a poklot választja. Egy más lelkek érte mondott imáit, sőt Isten igyekezetét is. Agány, legkedvesebb perceim. Agány, mindig veled Uram Istenem. Szíveden az idő boldogan telik. Lelkem itt mindig megpihen. Ikkora szívet eltölti a te jelenléted s szereteted és a lélek tiszta hívben izzik. A legnagyobb elhagyatottság sem teszi magányossá az ilyen lelket. Ert a te öledben nyugszik. Ó magány, a legnemesebb társaságban eltöltött percek. Inden teremtmény elhagyjon bár. Én elmerülök Istenséget tengerében. Este édesen hallgatott szívem vallomását. A este megkérdezte tőlem az úr, van-e szívednek valamilyen kívánsága, azt válaszoltam, igen, van egy nagy vágyam. Veled örökre egyesülni erre az úr, azt felelte, ez nem sokára bekövetkezik. Legkedvesebb gyermeke minden rezdüléset visszatükröződik szívemben. Pillantásom jóságosan pihen rajtad más teremtményeim előtt a kértem az urat, tanítson a benső életre, mert magamtól nem tudok tökéletes dolgot sem elgondolni, sem megérteni. Az úr így válaszolt, én voltam a mestered, most is az vagyok és az is maradok. Légy azon, hogy szíved az én alázatos és szelít szívemhez legyen hasonló. Soha se hivatkozza a jogaidra. Nyugodtan, türelemmel viselje mindent bármi is történik. Ne védekezz, ha ártatlanul megszégyenítnek. Hagy másokat győzedelmeskedni. Aradj jó akkor is, ha úgy látott, visszaélnek jóságodal. Ha szükséges magam, védlek meg. Légy hálás a legkiszebb kegyelmemért is, mert ez újabb kegyelmek adományozására kényszerít engem. Ikkor a keresztutat végeztem, panaszkodni kezdett az óra szerzetesi és papi lelkek a választott lelkek szeretetének hiányai miatt. Egengedem a kolostorok és szerzetes rendek elpusztítását, azt válaszoltam Uram, de hiszen olyan sokan dicsérnek téged a kolostorokban, azt felelte az Úr, ez a dicséret megsebzi szívemet, mert a kolostorok kiűzték a szeretetet. Ezek áldozat és szeretet nélküli lelkek tele egoizmussal, önszeretettel, gőgel, önteltséggel, hamissággal és képmutatással. Lelkek, akik langyosak, alig van bennük annyi melegség, hogy magukat életben tartsák. Szívem ezt nem bírja elviselni. Indem kegyelem, amit naponta kiárasztok rájuk, lefolyik róluk akár egy szikláról. Nem bírom elviselni őket, mert se nem jók, se nem rosszak. Azért létesítettem a kolostorokat, hogy megszenteljék a világot. Belőlük kell kiáradnia a világra a szeretet és áldozat égő lángjainak ha nem térnek meg s nem gyullad fel bennük az első szeretet, meg megsemmisítem őket. Hogy annakarnak akarnak a megígért bírói székben helyet foglalni az ítéletkor, mikor bűneik súlyosabbak, mint a világéi, sem bűnbánat, sem engesztelés. Ó szív, mely reggel magadba fogadsz, de már délben a gyűlölet számtalan formáját táplálod irántam. Ó szív, akit különösképpen kiválasztottam. Vajon azért -e, hogy több szenvedést okoz nekem? A világ nagy bűnei csak felületesen sértik meg, de a választottak bűnei mélyen átdőfik szívemet. Időn akartam venni őket, nem találtam semmit igazolásukra. Az adott pillanatban egyetlen gondolatom sem támadt mentségükre. Fájdalom szorította össze a szívemet, s keservesen sírtam. Akkor megláttam az urat, aki jóságosan vigasztalt, ne sériva még sok lélekké engem nagyon szeret, de szívem arra vágyik, hogy mindenki szeresse. Esmert szeretetem nagyon nagy ezért fenyítek és büntetek. Harc egy bizonyos kísértéssel. Valaki folyamatosan hízelegve beszélt hozzám. Tudtam, mikor megyek a kápolnába vagy a verandára, ilyenkor rendszerint az utamba állt. Nem volt bátorsága egyedül találkozni velem, ezért mindig egy hozzá hasonló kísérővel jött, de egyikük sem mert közeledni. Éppen a májusi áltatosságra mentem, amikor megláttam, hogy ezek a személyek azon a helyen álltak, ahol el kellett haladnom. Ég mielőtt odaértem volna, hallottam a rám vonatkozó hízelgő szavakat. Az úr megismertette velem szívük gondolatát, mely bizony nem volt jó. Éreztem, hogy az álltatosság után elém fognak állni, és akkor kénytelen leszek velük beszélgetni, mert eddig még egyetlen szót sem váltottam velük. A kápolnából kijövet láttam, hogy felvértezve várnak rám. Félelem fogott el. De hirtelen mellém állt Jézus, és így szólt, ne félj, én veled megyek, erre leírhatatlan erő árat a lelkemben pár lépéssel előttük bátran és hangosan így szóltam, dicsértessék a Jézus Krisztus helyet adva válaszoltak indörökké. Ámen, intha villám sújtotta volna őket, leszekték fejüket, s rám sem mertek nézni. Ahogy tovább mentem, gonosz szavakat küldtek utánam. Ettől fogva ez a személy, ha meglátott elmenekült előlem, én pedig hála Istennek nyugod voltam. Szent Mise után kimentem a kertbe, hogy elvégezzem az elmélkedésemet. Zavartalanul elmélkedhettem, mert egyetlen beteg sem volt ott ebben az időben. Isten jó téteményeire gondoltam, és szívem annyira fellángolt a szeretetől, hogy azt hittem szétverik keblemet. Hirtelen elém állt Jézus és megkérdezte, hogy csinálsz itt ilyen korán, azt válaszoltam róla irgalmadról és irántunk való jóságodról elmélkedem. És te Jézusom mit csinálsz itt, azért jöttem, hogy veled találkozzam, súly kegyelmekkel halmozzalak el. Lelkeket keresek, akik elfogadnák kegyelmeimet. A vecsernyén tudatta velem az úr mennyire tetszik neki a tiszta szabad szív. Éreztem, milyen gyönyörűség Istennek ilyen szívekben néznie. De az ilyen szívek hősi szívek. Életük állandó harc. Időn a verandára mentem, rövid időre betértem a kápolnába. Szívem mély dicsőítő imába merült, s magasztalta Isten felfoghatatlan jóságát és irgalmát. Ekkor e szavakat hallottam lelkemben, ilyen vagyok, amilyennek dicsérsz, és mindig ilyen maradok számodra ár ebben az életben tapasztalod jóságomat, de teljes egészében majd a jövendő életben fogod megismerni. Ó Krisztus! Legnagyobb gyönyörűségem, ha látom, hogy szeretnek téged, s ha felhangzik dicsőséget, s terjed tisztelete. Ó Krisztusom! Életem utolsó pillanatáig nem szűnök megirgalmadat és jóságodat dicsőíteni. Inden csebb véremmel szívem minden dobbanásával magasztalom irgalmadat. Szeretnék egészen téged dicsőítő himnuszszá változni. Halálos ágyamon legyen szívem utolsó dobbanása szeretett himnusz végtelen irgalmad dicsőítésére. A azt mondta nekem az Úr a szent Léleke jövetele előtt háromnapos lelki gyakorlatot fogsz tartani. Én magam leszek vezetőd. Nem tartod majd magad a lelki gyakorlatok alatt szokásos szabályokhoz, s nem fogsz használni semmiféle könyvet az elmélkedéshez. Feladatod egyedül szavaim megfontolása lesz. Lelki olvasmánynak esz. Ános evangéliumából olvassát egy fejezetet. A elkísértem Jézust, amint a mennybe felment. Ez dél felé volt. Nagy vágyódás fogott el Isten után különös minél erősebben éreztem Isten jelenlétét, annál bensőségesebben vágytam utána. Hirtelen a tanítványok és apostolok közt találtam magam. A szűzanya is köztük volt. Jézus azt mondta tanítványainak, hogy menjenek el az egész világra tanítsanak az ő nevében. Felemelte kezét, megáldotta őket, s eltűnt a felhők között. Láttam a szent szűz nagy vágyódását is. Lelke a szeretet teljes erejével epekedett Jézus után, de teljesen nyugod volt. Istenre hagyatkozott. A szívében nem volt egy rezdülés sem más, mint amit Isten akart. Időn magam maradtam a szent szűzzel a lelki életre oktatott. Azt mondta egy lélek igazi nagysága abból áll, hogy Isten szeret is jelenlétében megalázza magát. Teljesen megfeledkezik önmagáról. Agát a legcsekélyebbnek tartja, mert Isten hatalmas, de csak az alázatosakban találja tetszését, a gőgösöknek mindig ellenáll. Időn egy személy felkeresett, akiről már egy más helyen említést tettem, s felismertem, hogy hazudni kezd közöltem vele, tudom, hogy hazudik. Nagyon szégyelte magát és elhallgatott. Beszéltem neki Isten nagy ítéletéről. Láttam azt is, hogy ártatlan lelkeket veszélyre csábít. Indent felfedtem előtte, amire rejtve volt szívében. Le kellett győznöm magam, hogy így beszéljek vele. Bebizonyítván Jézusnak, hogy ellenségeimet is szeretem, neki adtam muzsonámat. Egy világosodott lélekkel távozott, de még távol állt a cselekedetektől. Vannak pillanatok, amikor Jézus legkisebb kívánságomat is teljesíti. A megemlítettem, mennyire szeretnék búza látni, de ebből a szanatóriumból nem látszik. Eghallotta ezt az egyik páciens, aki másnap kiment a mezőre, s hozott nekem pár szácsoda szép kalászt. Szobámban mindig van friss virág, de lelkemet semmi sem elégíti ki, mind jobban vágyódom Isten után. A buzgón imádkoztam Jézushoz házunkért. Kértem, vegye el a keresztet amely most zárdánkra nehezedik, az Úr azt válaszolta imáidat más szándékra fordítom, mert a keresztet nem vehetem le rólatok mindaddig, amíg meg nem értették jelentését, én azonban továbbra is imádkoztam erre a szándékra. Erős kísértés. Az Úr megmutatta nékem milyen kedves előtte a tiszta szív. Erre mélységesen átéreztem, milyen nyomorult is vagyok. Ikkora gyónásra készültem, erős kísértéseket éreztem a gyóntatók ellen. Nem láttam a sátánt, de éreztem szörnyű dühét ez csak egy közönséges ember, de különleges, mert Isten hatalmával rendelkezik, hát igen, megvallani neki a bűnöket nem nehéz, de feltárni előtte a szív legtitkosabb zugainak titkát, s beszámolni neki Isten kegyelmeinek hatásairól és Isten minden kívánságáról elmondani, ami az Úr között és köztem történik. Ez meghaladja az ember erejét éreztem, hogy sötét hatalmokkal harcolok s felkiáltottam ó Krisztus. Te és a pap egyeg vagytok. Hozzád megyek gyóni, nem egy emberhez, ikor elkezdtem gyónni először, ezekről a nehézségeimről számoltam be. A pap azt mondta a legokosabb, amit tehettem az volt, hogy legelőször ezeket a súlyos kísértéseket említettem meg. A gyónás után eltűnt minden kísértés, lelkem eltelt békével. Egy nap a rekreáció idején az egyik karnővér úgy nyilatkozott, hogy a dolgozó nővéreknek nincsenek érzéseik, s ezért keményen lehet bánni velük. Elszomorodtam, hogy az igazgató nővérek ilyen kevéssé ismerik a dolgozó apácákat, s csak a külső látszat szerint ítélkeznek. A beszéltem az úrral, aki ezt mondta, vannak lelkek, akikben egyáltalán nem tudok működni. Ezek azok, akik mindig másokat figyelnek, s nem tudják, mi történik saját bensejükben. Állandóan másokról beszélnek még a teljes csend idején is, ami a velem való társalgásra lenne szándva. Ezek a szegény lelkek nem hallják szavaimat, üres marad a lelkük. Engem nem saját szívükben keresnek, hanem a fecsegésben ott pedig nem vagyok soha. Érzik ürességüket, de be nem vallanák saját hibájukat. Állandó szemrehányást jelentenek részükre azok a lelkek, akikben én uralkodom. Ahelyett, hogy megjavulnának irítség szívükben. Nem, hogy észre térnének, még mélyebbre süllyednek. És az idáig csak féltékeny lélek gyűlölködővé válik. Ára szakadék szélén állnak másoktól irigylék adományaimat, míg maguk nem tudják és nem is akarják elfogadni azokat ha lábaidnál ülhetek rejtőző istenem. Ez lelkem számára maga a mennyország. Agadat itt ismerteted meg velem. Add nekem szívedet, ad, így szól szédesen hozzám. Csendes beszélgetéseink alatt veled kettesben. Ennyei perceket élek át. Azt mondhatom Istennek vett, hát szívem vedd. És te a hatalmas végtelen örömmel nézel rá. Szeretet édesség járja át lelkemet. Es a te szüntelen jelenléted. Erragadtatás így a földi életem. Es mint egy szeráf, hozsannád zengek. Szerény kenyér színe rejti tested lelked. Errejtetted benne istenséged. Ez a kegyelem forrás táplálja életem. Innen égi örömnél többet ér a te jelenléted. Ha velem egyesülsz a szent áldozásban, ó Istenem! Általad hatalmassá válok, érzem. Tőled származik ez ó, Uram, alázattal beismerem. És segítségeddel szenté válhatok, nyomorúságom ellenére. A szent misa alatt tudomásomra jutott, hogy egy bizonyos pap kevés hatást gyakorol a lelkekre. Csak magára gondol, így magára marad, elveszíti Isten kegyelmét semmit mondó külső dolgokra támaszkodik, melyeknek nincs semmi jelentősége az Isten előtt. Ivel igen büszke hasztalanul fáradva csak szalmát csépel. Vannak pillanatok, melyeket Jézus megérted velem lelkemben, s ilyenkor minden, ami a földön van szolgálatomra áll. Barátok, ellenségek, sikerek és kellemetlenségek. Indennek akár akarja, akár nem szolgálnia kell engem. Nem gondolok rájuk, egyáltalán azon igyekszem, hogy hű maradjak Istenhez s egész önfeletten csak őt szeressem. Ő maga törődik velem s küzd ellenségeim ellen. A szentáldozás után, amikor Jézus szívembe fogadtam, azt mondtam neki szerelmem. Urak, hogy szívem legrejtettebb zugában, ahonnan legtitkosabb gondolataim fakadnak, ahová csak neked van bejárásod, uram. Ebbe a legmélyebb szentébe nem hatolhatnak be az emberek gondolatai. Agadlak jött bens minden tőled eredjen, amit a külvilágban cselekszem. Forró óhajtom s lelkem egész erejével törekszem arra, hogy ebben a szentében otthon érezd magad, uram. E szavakat hallottam, ha a kezeimet nem kötnéd meg, sok büntetést küldenék a földre. Leányom, tekinteted lefegyverzi haragomat. Bár ajkait hallgatnak mégis olyan erősen kiáltasz hozzám, hogy megrendül az egész menny. Nem tudok elmenekülni kérésed elől, mert nem valahol távol üldözöl kéréseddel, hanem saját szívedben. Az éjjel egy hölgy lelke jött el hozzám. Éreztette jelenlétét tudatta, hogy szüksége van az imára. Egy darabig imádkoztam érte, de éreztem, hogy szelleme még nem hagyott el. Azt mondtam gondolatban, ha jó léleg vagy hagyj békén. A holnapi búcsú éretted lesz ebben a pillanatban elhagyta szobámat. Felismertem, hogy a tisztító tűzben van. A erősebben éreztem testemben az úr szenvedését, mint máskor. Tudtam, hogy ez egy haldokló bűnösért van. A újra arra tanított az úr, hogyan járuljak a bűnbánat szentségéhez. Leányom, ha jelenlétemben készülsz felgyónni is előttem Fox. Én csak beburkolódzom a pap paláskjába. Sose fontolgasd, milyen a pap, aki engem takar. Úgy nyílj meg előtte, mintha előttem tárulkoznál fel. Én majd megtöltöm világosságommal a lelkedet. Uram Krisztusom oly mélységek felett vezet szállt engemet, hogyha letekintek félelem, támad bennem, de szívedhez simulva azonnal béke tölt el. A te szívednél nem félek semmitől. Veszélyes pillanatokban úgy viselkedem, mint egy gyermek, akit édesanyja karjaiban tart, ha valami szörnyűségest lát erősebben kapaszkodik, anyja nyakába s mindjárt védve érzi magát. Néha úgy látom olyan lelkek állítanak nékem csapdákat, akiknek nem kellene ezt tenniük. Nem védekezem, de erősebben bizakodom Istenben, aki látja bensőmet, és látom, hogy az illető maga esik a hurokba. Ó Istenem, milyen igazságos és jó vagy! Írd! Háromszorosan szent vagyok, s írtózom a legkisebb bűntől is. Nem tudom szeretni azt a lelket, akit beszennyez a bűn. Ha azonban bánatot érez nagy lelkűségem határtalanná válik iránta. Irgalmam elborítja s megigazult teszi őt. Irgalmam követi a bűnösöket bárhol is járjanak, és szívem örül, ha visszatérnek hozzám. Elfelejtem a keserűséget, amelyel látították szívemet és örülök visszatérésüknek. Ond meg a bűnösöknek, hogy egy sem menekül kezeim közül. Ha elszöknek irgalmas szívem elől igazságos kezeimbe kerülnek. Ond meg nekik, hogy állandóan várok rájuk hallgatom szívük dobbanását, mikor kezd értem dobbanni. Írd le, hogy lelki ismeret furdalásuk által szólok hozzájuk sikertelenségek és szenvedések, viharok és villámok által is az egyház szavával de ha minden kegyelmem semmibe veszik, ha irántuk. Agukra hagyom őket, s megadom, amit kívánnak. Ó Jézusom, egyedül csak te ismered erőfeszítéseimet. Látszólag jobban vagyok, de csak annyi telik tőlem, hogy ki tudok menni a verandára, s nem kell állandóan az ágyban feküdnöm. Tisztán látok, tudom, mi van velem. Előjáróim gondoskodása és az orvosok erőfeszítései ellenére gyengű és fogy az egészségen. De végtelenül örülök, hívásodnak Istenem, mert tudomó szerelmem, hogy halálommal kezdődik meg a küldetésem. Ó, hogy szeretnék már elszakadni ettől a testől. Jézusom, te tudod, hogy minden kívánságom a te akaratodat óhajtja. Saját magam egy pillanattal sem kívánok korábban meghalni, vagy tovább élni, vagy szenvedéseimet enyhíteni, illetve erősíteni. Csak azt akarom egyedül, ami a te szent akaratod. Bár nagy lelkesedés és erős óhajék szívemben, de ezek soha sem múlják felül akaratodat. Irgalmathoz menekülök, jóságos Istenem, mert egyedül csak te vagy jó ha nagy is nyomorúságom és számtalan a hibám, bízom irgalmadban, mert te vagy az irgalom istene, és évszázadok óta nem lehetett hallani, és égföld nem emlékezik arra, hogy egyetlen lélek is csalódott volna, aki bízott irgalmadban. Ó, könyörület istenne. Egyedül te tudsz igazolni engem, s te soha sem utasítasz vissza, ha bánattal eltelve közeledem irgalmas szívedhez, aki a legnagyobb bűnösöket sem taszítottad el. A hatalmas vihar ébresztett fel. Tombolt a szél felhő szakadásként ömlött a zápos villámok csapkodtak. Imádkoztam, hogy ne okozzon nagy károkat a vihar. Erre meghallottam imádkozda a rózsa füzért, amire tanítottalak s elmúlik a vihar, elkezdtem imádkozni, és még a végére sem értem, hirtelen megszűnt a vihar. Ég ezeket a szavakat is hallottam, ezzel az imával mindent elnyersz haz, amit kérsz, a akaratommal. Időn Lengyelországért imádkoztam, ezeket a szavakat hallottam, különösen megszerettem Lengyelországot. Ha akaratomat engedelmességgel fogadja hatalomra és szentségre emelem. Szikra lobban belőle, amely előkészíti a világot végső eljövetelemre. Üdvözli így rejtett szeretett lelkem élete. Üdvözöllek Jézusom ekenyér jelentéktelen alakjában. Üdvözöllek legédesebb irgalmasság, amely kiárasz minden lélekre. Légy üdvözölve végtelen óság kiből kegyelme közöne árat körös körül. Légy üdvözölve elhomályosított fényesség lelkek világossága. Üdvözöllek irgalom kimeríthetetlen kutya élet és szentség legtisztább forrása. Üdvözöllek tiszta szívek gyönyörűsége. Üdvözlégy bűnös lelkek egyetlen reménye. Jézusom! Te tudod, hogy vannak pillanataim, amikor egyetlen emelkedett gondolatom sem támad, s lelkem lendülete is ellankad. Türelemmel viselem magam, ilyenkor s elismerem, hogy ez vagyok én, mert minden szépség Isten kegyelme. Éséges alázat el, s kérem segítséget, kegyelmet pedig nem tétovázik betérni egy alázatos szívbe. Ó szűz leány, gyönyörű, szép virág! Nem sokáig lát már téged e világ. Ó mi pompás szépséged! Én tiszta a jegyesem. Ki nem fejezik azt szavak vagy számok. Így drága szűzi tiszta virágod. Semmi nem szennyezi be fényességedet. Ej erős, bátor és legyőzhetetlen. Aga a déli napfénye. Esötétül a szűzi szív mellett. A szüzességnél nagyobb dolgot nem látok. Istennek szívéből származik virágod. Ó, hallgatak szűzillatos illatos rózsaszál. Bár itt a földön sok kereszt vár. De szem nem látta emberi értelem, fel nem foghatja. Így nagy az égben a szüzek jutalma. Ó szűz leány, ó fehér liliom! Virágot te csak Jézusnak nyitod. Szívednek tiszta kejhelyben. Ek pihen Isten kedvére. Ó szűz leány himnuszot senki el nem énekli. Dalodban Isten szeretete rejlik. Nem értik még az ég sem. Amit egy szűz az úrnak énekel. Ó szűz leány édeni virágod. E világ minden fényén túl ragyog. És ha nem is ért meg ez a világ. Előtte dalázatosan meghajtja a homlokát. Bár a szűz útja tövises. Életek keresztekkel telehintett. Nálánál senki sem erősebb. Eg nem törik le, nem győzheted. Ó szűz leány földi angyal. Híret száll az egész egyházban. A tabernákulum előtt őrt állsz és mint egy szeráf egészen szeretetté válsz. Időn egy alkalommal a verandán voltam megéreztem, hogy egy lélek súlyos kísértéssel küszködik a Szent Jónással kapcsolatban. Bár ismertem a lélek állapotát, de nem kezdtem el magam beszélgetni vele. Ikkor magunkra maradtunk, ő tárta fel előttem a lelkét, és elmondott mindent. Rövid beszélgetés után azt mondta, „Most már nyugod vagyok, lelkem nagyon megvilágosodott. A Jézus tudtomra adta ne beszéljek sokat az egyik apácával. A beszélgetés alatt Isten különös kegyelme erősített, különben ez a beszélgetés nem szolgálta volna Isten dicsőségét. Az Úr azt mondta térébe egy a tisztító tűzbe, ott nagy szükségük van rádó Jézusom. Egértem e szavak jelentőségét, de engedd meg, hogy előbb irgalmat kincseihez folyamodjak. Leányom írt, hogy maga az irgalom vagyok a megtört lélekhez. A lélek legnagyobb nyomorúsága sem ingere haragra, inkább szívem irgalmát ébreszti fel. Jézusom! Adj erőt a szenvedések elviseléséhez, hogy a szám el ne húzzam, amikor a keserű kejhet iszom. Te magad segíts, hogy áldozatom kedves legyen néked. Ha még évekig elhúzódna, akkor se szennyezze be az önszeretet a szándék tisztasága tegye frissi elevenni és kedvessé előtted. Életem szüntelen harc és erőfeszítés szent akaratot teljesítésére, de minden, ami bennem van, ó Uram, erőm és nyomorúságom téged dicsérjen. Isten végtelen jósága az angyalok teremtésében. Isten ki önmagadban boldogság vagy s nincs szükséged teremtményekre ehhez a boldogsághoz, mert te magad vagy a szeretet teljessége de felfoghatatlan irgalmadból teremtményeket hívsz életre s részesíted őket örök boldogságodban és örökben sű életedben, amit te élsz egy Isten három szemében. Egfejthetetlen irgalmadban angyali lelkeket alkottál, kiket szeretetedben és isteni bizalmasságodban részesítettél. Képessé tetted őket az örök szeretetre bár így gazdagul megajándékoztad valamennyit uram a szépség és szeretet fényével teljességet semmit sem csökkent ó Istenem. Ás részt az ő szépségük és fényük nem egészítette ki a tiédet, mert te magad vagy önmagadban minden. Ha mégis részt kaptak boldogságodból s megengedted, hogy létezzenek és téged szeressenek, a csak mélységes irgalmadból adódott evég nélküli jóságodért szüntelenül dicsérnek téged felséged lábai előtt telve alázattal énekli körök himnuszukat. Szent, szent, szent. Áldott légy három személyű irgalmas egy Isten. Felfoghatatlan, mérhetetlen, kifürkészhetetlen. Nincs égi angyal, ki téged kikutatni képes. Vég zengik ezért a te neved szent irgalmas urunk is teremtünk, dicsértessél. Indelható irgalommal teljes. Hogy téged szeressünk, bennünket erre teremtettél. Örök himnuszt zeng veszent. Áldott légy, irgalmas Isten, örök szeretet. Kitrónusodon ülsz a kék égbolt felett. Így dicsér téged a tiszta lelkek serege. Örök himnuszával, háromszor szent szemtől szemben állva veled, Istenem. Látom kegyelmed más lényeket is hívhatna életre. Ezért mély alázattal meghajlok előtted. Erd mindez irgalmasságot tette. Az egyik legszebb szellem tagadta irgalmad. Elvakítja a gőg másokat is magával ránt. Sátánná válik a gyönyörű angyal. Es egy pillanat alatt a mennyből a pokolba száll. A hűséges angyalok dicsérik irgalmad. Kik kitartottak a tűz próbában. Dicsőség Jézus Krisztusnak a megalázottnak. Estisztelet tisztelet az alázatos szűznek az ő édesanyjának. A harc után e tiszta lelkek elmerültek az Istenség óceánjában. Irgalmának mélységeit kutatva és dicsérve. Körülveszi őket Isten végtelen szépsége ragyogása felismerik a három szemét egy istenségében. Isten végtelen jósága az ember teremtésében. Ó Istenem! Irgalmad nagysága hívta elő a semmiből az emberi nemet gazdagon megáltva a természettel és kegyelemmel. Óságodnak azonban mindez mintha nem volna elég. Irgalmad még az örök élettel is megajándékozott minket örök boldogságodban részesítesz s részt vehetünk benső életedben. Indezt egyedül irgalmadnak köszönhetjük. Eg ajándékozol kegyelmeddel csupán azért, mert jó és szeretetteljes vagy. Nem volt szükséged ránk, hogy boldog légy, de meg akartad osztani velünk a te boldogságodat. Az ember viszont nem állt, aki a próbatételt. Örök kárhozattal büntethetted volna meg, mint az angyalokat. Itt lépett közbe irgalmasságod. Bensődet nagy részvét fogta el, s megígérted, hogy magad gondoskodsz megváltásunkról. Ez fel felfoghatatlan mélysége. Nem büntettél, ahogy megérdemeltük volna. Dicsérjük, irgalmad Uram! Évszázadokon át fogunk magasztalni. Az angyalok is csodálják az emberek iránti irgalmadat. Dicsértesél, irgalmas Istenünk! Inde ható teremtőnk, urunk! A legmélyebb alázattal tisztelünk. Istenséged óceánjába merülve előtted leborulunk. De az ember nem állta ki a próbát. Hallgatott a gonoszras hűtlen lett hozzád. Kegyelmeidet elveszítve rá nagy nyomor várt. Könnyek szenvedés kínok, amíg csak a sírba száll de te irgalmas Istenünk nem akartad az ember pusztulását. És üdvözítőt ígértél neki. Nem hagyott kétségbe merülni, nem nézett gonoszságát. Izraelt profétáid vezetik. Éjjel-nappal kiállt hozzád az emberiség mégis. Nyomorúsága bűne is fájdalma mélyéből. Kiáltásunk könnyei kiussanak fel az égig ahol uralkott cirgalom istene tekints ránk az égből. Bűnbe esett az ember és bűnét kiengesztelni képtelen. Isten és ember között a szakadig végtelen. Nyomorúsága hangján kiált uram kegyelmez. De hallgat, századok ítenek el. Az emberiség vágya egyre erősebb. Várják, akit megígért az Isten. Ő Istennek báránya jöjj el. Vedd el bűneink, oszlassa el sötétségünket a te fényed. Így kérlel az emberiség szünet nélkül ó ura, ura. Érhetetlen irgalmadat kegyelmedet, mely végtelen. Ó hatalmas Isten, enyhűj meg uram. Emlékezz jóságodra, bocsásd meg a vétkeket. Isten végtelen jósága az ő egy szülött fiának elküldésében. Istenem ki a bűnbe esés után nem semmisítetted meg az emberiséget, hanem isteni irgalmadal megbocsátottál neki is megajándékoztad minden kegyelemmel. Irgalmad lehozott hozzánk, hogy magad emelj fel nyomorúságunkból. Isten leszáll a földre, az urak ura a halhatatlan lealacsonyodik. De hová is szállsz le? Talán Salamon templomába. Vagy jöveteledre új templomot emeltett. Ó Uram! Itt készíthetnénk itt tartózkodásodra. Hiszen az egész föld lábaid zsámolja. Te magad készítettél templomot magadnak a szentséges szüzet. Szeplőtlen lénye a te hajlékod. És megtörtént irgalmat felfoghatatlan csodája, Uram. És az ige testé lett, és mi köztünk lakozik Isten igéje, a egy testesült irgalom. Saját lealacsonyodásoddal emeltél fel minket istenségethez. Ez szereteted és túláradó irgalmad mélysége. Az ég csodálja szereteted bőségét. Most már senki sem fél hozzád közeledni. Te vagy az irgalom istenne. E nyomorúságunkon. Istenünk vagy mi pedig a te néped. Atyánk vagy mi pedig, kegyelmedből, a gyermekeid. Dicsértessék irgalmat, hogy leszálltál hozzánk. Áldott légy, irgalmas Istenünk! Ki az égből a földre leereszkedtél. Téged nagy alázattal dicsérünk. Amiért az emberi nemet felemelni kegyeskedtél. Irgalmat felfoghatatlan végtelen. Irántunk való szeretetből testet öltesz. A tiszta szűztől kit a bűn nem érintett. Öröktől valók e döntések. Eszent szűz e hófehér liliom. Dicséri elsőként irgalmat, hatalmát. Tiszta szíve az ige érkezésére megnyílott. Hitt Isten követének és Istenbe vetette bizalmát. Csodálja az ég is, hogy emberre élt az Isten. Hogy van a földön a szív, mely méltó Istenéhez. Ért nem egy szeráffal egyesülsz Uram, miért a bűnössel? Ó, ez irgalmad rejtéje! A szűzimi tisztaságának ellenére! Ó, isteni irgalom rejtéje, ó, könyörülő Isten! Ki elhagyta régi trónusod? És leereszkedtél nyomorúságunkhoz az emberi gyengeséghez. Erd nem az angyaloknak, hanem az embernek kell az irgalom. Hogy méltón dicsérjük az úr irgalmát. Egyesülünk a szeplőtelen szűzanyával. Himnuszunk így kedvesebben száll hozzád. Erdő az angyalok és az emberek között választottad. Általa mint tiszta kristályon át. Ött közénk irgalmad. Az ember Isten előtt kedvessé általa vált. Kegyelmeid általa áradnak ránk. Isten végtelen jósága az ember megváltásában. Istenem ki egyetlen szavad a sok ezer világot tudnál megváltani. Igazságodnak Jézus egyetlen sóhaja elég tételt tudod volna adni. De te Jézusom tisztán irántunk való szeretedből magad vállaltad a szörnyű szenvedést. Egyetlen sóhajot kiengesztelte volna atyád igazságosságát minden szenvedésed megsemmisülésed egyedül felfoghatatlan szereteted és irgalmad műve. És mikor elhagytad ezt a földet, ó uram, velünk akartál maradni, s itt hagytad saját magadat az oltári szentségben szélesre tárva irgalmasságodat. Nincs új nyomor, ami kimeríthetne téged. Innyájunkat meghívtál szeretetednek ehhez a forrásához. Itt van irgalmat temploma tehetetlenségünk gyógyszere. Hozzád, mint élő forráshoz siet minden lélek. Némelyek, mint a szeretetedre, szomjas szarvasok, mások pedig, hogy bűneik sebét megtisztítsák, s vannak, akiket kimerített az élet, azok új erőt merítenek belőled. Abban a pillanatban, amikor a keresztem meghaltál, az örök élettel ajándékoztál meg minket. Feltártad legszentebb oldaladat, megnyitva nekünk irgalmat, kimeríthetetlen forrását. A legdrágábbat adtad, ami volt szívet, vérét és vizét. Ez irgalmad minden hatósága ebből árad ránk minden kegyelem. Dicsőítsen és magasztaljon Istenem irgalmad műve. Indem hűséges szív áldjon téged. Akiken szerető tekintetet pihen. Akikben él örök életed. Ó irgalmas Jézusom fájdalmas volt a földön szent életed. Szörnyű kínok között fejezetbe művedet. Felfeszítve a kereszten és mindezt irántunk való szeretetből tetted. Szeretetből megengedted, hogy megnyissák szent oldalad. Szívedből két forrásként vér és víz fakadt. Ez lett irgalmat forrása. Itt lelnek a lelkek enyhülésre vigaszra. Az oltári szentségben itt hagytad számunkra irgalmadat. Szereteted rendelte ezt. Hogy az élet szenvedéseiben, fájdalmaiban óságodban soha ne kételkedjem. Ha lelkünkre az egész világ nyomorúsága nehezedne. Egy pillanatra sem szabad kételkednünk. Csak bízzunk, hisz végtelen az ő irgalmának ereje. A bűnbánó lélekre szeretettel néz Istenünk. Ó, urunknak kimondhatatlan irgalmassága. A könyörület és minden öröm forrása. Bízzál lelkem, ha megjelölt is a bűn skarlátja. látja. Erd, ha Istenhez közele szoltalmat nyersz Erdő a végtelen szeretet élő lángja. Ha őszintén hozzáfordulunk. Benne eltűnnek bűneik s lelkünk nyomorúsága. Ő kiegyenlíti minden tartozásunk, ha ráhagyatkozunk. Isten végtelen jósága. Felékesítette szépséggel az egész világot hogy az ember jól érezze magát a földön. Ó Isten, mi gazdagon árasztottad a világra irgalmasságodat, s mindezt az emberért. Ó, hogy szeretheted az emberiséget, hogy oly tevékeny szeretettel gondoskodsz róla. Ó, Uram, Teremtőm! Indenütt kezei nyomát látom, s irgalmat pecsétjét mindenen, ami körülvesz engem. Legirgalmasabb Teremtőm! Dicsőítem nevedet minden teremtmény élők és élettelenek nevében. Felszólítom az egész világot dicsérje irgalmadat. Ó, milyen nagy a te jóságot, Uram! Urunk és teremtőnk áldott légy. Egész világ magasztáld uradat mély alázattal. Aki hálát teremtődnek mindenért. És hirdest, hogy felfoghatatlan isteni irgalma. Őj zöld elő föld. Őj végtelen tenger! Hálát kedves énekként csendüljön! És hirdesse Isten irgalma miém mérhetetlen! Őj tündöklő napfény! Őjetek viruló harmatos virágok! Tiszta hangotok egyetlen himnuszként! Zengjen mi hatalmas az Isteni irgalom! Őjetek hegyek és völgyek zúgó erdők rengeteg! Őjetek viruló harmatos virágok! illatottok szépségetek. Dicsérje is áldja az isteni irgalmasságot. Földünknek minden gyönyörűsége. Eljel nem tud betelni az ember. Öljetek az Urat együtt dicsérjétek. Érhetetlen irgalmát hirdetve. Ő egész földnek szépsége. És dicsért teremtődet mély alázattal. Ert minden szépség az ő irgalmának műve és hirdeti is zengő hangon mi hatalmas Isten irgalma. De mind e szépség felett. Kedvesebb dicséret Isten számára. Az ártatlan bizalommal tett lélek. Aki szorosan egyesül vele a kegyelem által. A legszentebb oltári szentségben errejtett Jézus egyetlen szerelmem egyedüli irgalmam. Neked ajánlom testem lelkem minden szükségét. Te tudsz segíteni rajtam, mert te magad vagy az irgalom. Benned van minden reményen. Krakópnik. Háromnapos lelki gyakorlat. Este remézus vezetése alatt, aki maga rendelte el ezt a lelki gyakorlatot, sőt, meghatározta a napot is, mikor tartsam. Nevezetesen nappal a szent eljövetele előtt. Ő maga vezetett engem. Indezek ellenére megkérdeztem a lelki atyámat szabad-e ilyen lelki gyakorlatot tartanom. Ő engedélyt adott rá. A főnöknő anyát is megkérdeztem, aki szintén engedélyt adott. Elhatároztam, hogy engedélyük nélkül nem tartom meg a lelki gyakorlatot. Elkezdtem egy kilencedet a Szentlélekhez s vártam a főnöknő engedélyére a kellene elkezdenem a lelki gyakorlatot, de még nem kaptam értesítést a főnök nővéleményéről. Este a litányán megpillantottam az Úr Jézust. Leányom, ma megkezdjük a lelki gyakorlatot. Azt válaszoltam, Jézusom, legkedvesebb esterem, kérlek, bocsáss meg, de nem tarthatom meg a lelki gyakorlatot, mert nem tudom, megengedi -e a főnöknő. Légy nyugodt, leányom, a főnöknő megengedte holnap kora reggel, te is meg tudod, de ma este elkezdjük a lelki gyakorlatot. Valóban este telefonált a főnöknős beszélt azzal a nővérrel, aki betegségem alatt ápols kérte, mondja meg, nekem engedélyezi a lelki gyakorlatot. A nővérrel felejtett szólni csak reggel értesített bocsánatot kérve, amiért nem szólt este. Azt feleltem, legyen nyugodt, már tegnap elkezdtem a lelki gyakorlatot a főnöknő kívánsága szerint. Első nap. Este kaptam Jézustól egy témát az elmélkedéshez. Első pillanatban félelem és öröm járt át. Szívéhez simultam, s eltűnt a félelem, csak az öröm maradt. Teljesen Isten gyermekének éreztem magam, s az Úr azt mondta nekem, ne félj semmitől. Ami másnak tilos, azt te megkapod. Olyan kegyelmek, melyeket mások még messziről sem láthatnak neked olyanok, mint a mindennapi kenyér. Gondolkozz el leányom, kivel kötötted össze szívedet fogadalmad révén. Ielőtt a világot megteremtettem, már szerettelek téged. Olyan szeretettel, amilyen a tapasztal szíved a részemről. Ez a szeretet örökké változatlan marad. Alkalmazás ár maga a puszta emlékezés arra, hogy kivel jegyezte el szívem magát, mélységes áhítatra indítja a lelkem egy óra úgy elröppent, mint egy perc. Ebben az áhítatban megismertem Isten tulajdonságait. A szeretett tüzétől lángra gyújtva kimentem a kertbe, hogy kis lehűljek. De ahogy felnéztem az égre, a szeretet újabb hulláma öntötte el a lelkemet. Ekkor ezt szavakat hallottam. Leányom, kimerítetted már a feladott témát. Akkor újabbat adok neked, így válaszoltamú áttekinthetetlen felség. Egy örökké valóság is kevés lesz nekem, hogy megismerjelek téged. De szeretetem meg sok szorozódott irántad. Hálából szívemet, mint egy rózsabimbót hozt teszem. Örvendeztesse illata isteni szívedet most és az örökkévalóságban. valóságban. Ilyen mennyei érzés, ha a szív érzi, hogy ennyire szereti őt az Isten a elolvasott Szent Ános evangéliumának fejezetét. Azt akarom, hogy nagyon lassan olvasd. Ásodik elmélkedés. Leányom gondolkozz el Isten életéről, melyet az egyház rejt magában a lelked megváltására és megszentelésére. Gondolkozz el azon, hogyan használod fel a kegyelemnek ezeket a kincseit szeretetem erőfeszítéseit. Alkalmazásó legirgalmasabb Jézus. Nem mindig tudtam ezeket a felbecsülhetetlen adományokat kihasználni, mert nem mindig az adományt néztem sokkal inkább az edényt, amiben nyújtottad azokat. Legédesebb esterem mától fogva másképp lesz. Fel fogom használni kegyelmeidet, amennyire csak képes lesz rá a lelkem. Élő hitem segíteni fog, hogy kegyelmeidet tőled közvetlenül fogadjam bármilyen alakban küldöd is őket. Nem fogom figyelni az edényt, amiben küldöd őket. Ha nem leszek képes mindig örömmel fogadni kegyelmeidet, akkor szent akaratod iránti engedelmességgel fogadom. Értekezés a lelki harcról. Leányom oktatni akarlak a lelki küzdelemről. Soha se bíz magadban hagyatkoz mindig szent akaratomra elhagyatottságban, sötétségben s különféle kétely közt menekülj hozzám s lelki vezetőt hőző mindig feleletet fogadni néked nevemben. Ne alkudozza kísértésekkel. Azonnal zárkózz szívembe s az első adandó alkalommal tárt fel lelked gyónthatódnak. Utolsó helyre tedd az önszeretetedet, hogy ne szennyezze be cselekedeteidet. Nagy türelemmel viseld el saját magadat. Ne hanyagold el a belső önmegtagadásokat! Az előjárók gyóntatók véleményének mindig adj igazat magadban. Kerüld az ugolódókat, mint a ragályos betegséget. Cselekedjenek úgy, ahogy akarnak te, azonban csak úgy, ahogy én kívánom tőled. Hűen tartsd be a szabályzatot. Ha bántalom ér, gondolkozz el azon, miként tudnál jót tenni azzal, akitől elszenvedted a sérelmet. Ne öntsd ki a szíved másoknak. Hallgass, ha intenek ne kérdezd a többiek véleményét, csak a lelki atyádét. Vele szemben olyan egyszerű és őszinte légy, mint egy gyermek. Ne bátortalanítson el mások hálátlansága. Ne kutasd kíváncsian, milyen úton akarlak vezetni. Ha fáradtság és kedvetlenség hatol szívedbe menekülj magadtól, s rejtőzz el szívemben. Ne félj a harctól gyakran már a bátorság is erettenti a kísértést, s nem mernek bántani bennünket. Harcolj mindig azzal az erős meggyőződéssel, hogy veled vagyok. Ne hagyd, hogy az érzelmek vezessenek, mert nincs mindig hatalmat felettük, minden érdem az akarattól függ. A legkisebb dolgokban is kövesd előjáró idutasításait. Nem áltatlak a béke ígéretével s vigasztalásokkal inkább készülj fel nagy harcokra. Tudd, hogy most egy színpadon állsz s az egész föld és ég téged figyel. Harcolj, mint egy lovak, hogy megjutalmazhassalak, s ne félj fölöslegesen, mert nem vagy egyedül. Ásodik nap. Leányom, ma teljes nagyságában gondolkozz el fájdalmas szenvedéseimen. Úgy nézd, mintha kizárólag érted, szenvedtem volna el őket. Alkalmazás időn elmélyedtem Jézus szenvedéseiben, nyilvánvalóvá vált előttem az emberi lelkek értékes a bűnök minden utálatossága. Felismertem, mennyire nem tudok szenvedni hogy szenvedéseim érdem szerzővé váljanak bensőségesen egyesülők, Jézus szenvedéseivel egyúttal kegyelmet kérek a haldokló lelkek részére, hogy ebben a fontos pillanatban vegye körül őket. Ásodik elmélkedés. Leányom elmélkedj a szabályzatról és a nekem tett fogadalmaidról. Ó, tudod milyen sokra becsülöm ezeket minden kegyelem, amit a szerzetes lelkeknek adok összefügg a szabályzattal és a fogadalmokkal. Alkalmazás, ó Jézusom! Sok védséget érzek itt, de a te kegyelmeddel a rendi szabályok és fogadalmam tudatos megszegésére nem emlékezem. Továbbra is őrizzó, jóságos Jézusom, mert saját magam gyenge vagyok. A leányom lelki olvasmánynak Szent Ános evangéliumának a fejezetét vedd, és ne csak az ajkadal, hanem a szíveddel is olvasd. alatt olvastam, mély szomorúsággal telt el a szívem. Felismertem a teremtmények nagy hálátlanságát teremtőjük és uruk iránt. Kértem Isten tóvjon meg engem értelmem ilyen elhomályosulásától. Értekezés az áldozatról és az imáról. Leányom arra akarlak tanítani, miként menthetsz meg lelkeket áldozattal és imával. Imával és szenvedéssel több lelket menthetsz meg, mint egy misszionárius tisztán tanítással és prédikációival. Élő szeretet áldozatnak kívánlak látni, akinek csak így van ereje előttem. Saját énedet kell megsemmisítened és kioltanod, s lényed legmélyén halottként kell élned. Ebben a rejtetségben kell feláldoznod magad, hová emberi szemek nem látnak el. Így leszel nékem tetsző egészen elégő áldozat édességgel illattal teljes nagy erőd lesz bárkiért is könyöröksz hozzám. Külsőleg a következő legyen áldozatot formája rejtett csendes szeretet járja keresztül így át. Azt kívánom leányom áldozatot legyen tiszta és alázatos, hogy kedves legyen előttem. Hogy mindent meg tudj tenni, amit kívánok tőled, kegyelmeimet bővem árasztom rád. Most megtanítalak, hogyan végezd ezt az áldozatot hétköznapjaidban, hogy megóvjalak a képzelgésektől. Indem fájdalmat szeretettel fogadj. Ne aggódj, ha olykor kedvetlenséget és viszolgást érzel ezekkel az áldozatokkal szemben. Inden erőd az akaratodban van így az ellentétes érzelmek az áldozatot szememben nem csökkentik ellenkezőleg növelik értékét. Tudd meg, hogy tested lelked gyakran tűzben fog szenvedni. Bár néme órában nem fogsz érezni engem, de én mindig veled leszek. Ne félj, kegyelmem veled marad. Harmadik nap. Leányom a mostani elmélkedés alatt gondolja fele baráti szeretetre. Felebaráti baráti szeretetedet az én szeretetem irányítja. -e. Imádkozol-e ellenségeidért? Ót kívánsz -e azoknak, akik valamilyen módon megszomorítottak vagy megbántottak? Tudd, hogy ha valamely lélekkel jót teszel, úgy veszem, mintha nekem tetted volna. Alkalmazású Jézus szerelmem. Te tudod mindössze rövid ideje, hogy fele baráti szeretetemet kizárólag a te szereteted vezeti. Csak te ismered azokat az erőfeszítéseket, amelyeket megtettem ez irányban. A már könnyebb, de ha te nem gyújtottad volna fel bennem ezt a szeretetet, bizony nem tudtam volna kitartani. Ezt a teuharisztikus szeretetet teszi, mely minden nap lángra gyújtja szeretetemet. Ásodik elmélkedés. Most a legszenteboltári szentségben élő szeretetemről fogsz elmélkedni. Itt egészen érted vagyok testestől, lelkestől, istenségemmel, mint jegyesed. Tudod, mit kíván a szeretet, egy dolgot csupán, kölcsönösséget. Alkalmazás, ó Jézusom. Te tudod, hogy úgy szeretnélek szeretni téged, ahogy még egy lélek sem szeretett eddig. Azt szeretném, ha az egész világ a érzett szeretetté válna egyesem. Te szíved tejével és mézével táplálsz engem. Kora a gyermekkorom óta magadnak neveltél, hogy most képes legyek szeretni téged. Tudod, hogy szeretlek, mert csak te ismered áldozatom mélységét, melyet naponta felajánlok néked. Jézus azt mondta nekem, van-e valamilyen nehézséged leányom ezen a lelki gyakorlaton, azt válaszoltam, nincs semmi. Értelmem, mint a villám fáradtság nélkül fogom fel a hit minden titkát. Esterem és vezetőm. Világosságot sugaraira értelmem minden homája eloszlik. A lelki olvasmánynak ános evangéliuma a fejezetét vedd. Inkább a szíveddel, mint az eszeddel éld át. A júniusi ájtatosság alatt mondta az úr leányom szívedben tetszésem találtam. Időn nagy csütörtökön az oltári szentségben itt hagytam magamat szándékomban nagy jelentőséged volt. E szavakra ki akartam szeretetem fejezni, mit jelent nekem ő, de nem találtam szavakat, s tehetetlenségemben elkezdtem sírni. Jézus azt mondta csupa irgalom vagyok számodra, ezért kérlek ajándékozd nekem nyomorúságodat és erőtlenségedet, s ezzel megörvendezteted szívemet. A Isten szeretetének oly élő lángja hatolt be lelkembe, hogy ennek hosszabb érintésére már elégnék, s a jelen kötelékeitől megszabadulnék. Azt gondoltam, még egy kis idő is elmerülök a szeretet tengerében. Nem tudom leírni a szeretet, nyilait, melyek átjárják lelkemet. Konferencia az irgalomról. Tudd meg leányom a szívem csupa irgalom. Az irgalomnak ebből a tengeréből áramlik a kegyelem az egész világra. Egyetlen hozzám közelítő lélek se távozik vigas nélkül. Inden nyomorúság el irgalmamban s minden megváltó és megszentelő kegyelem ebből a forrásból buzok. Leányom azt akarom, hogy szíved irgalmam lak helye legyen. Azt akarom, hogy ez az irgalom szíveden átáradjon az egész világra. Aki hozzád közelít, ne távozzon tőled irgalmam iránti bizalom nélkül, amit annyira róhajtok a lelkekért. Imádkozz amennyit csak bírsz a haldokló kértest ki részükre az irgalmamba vetett bizalmat. Nekik van a legnagyobb szükségük erre a bizalomra, de a legkevesebb van bennük. Tudd meg, hogy némely lélek csak az utolsó pillanatban mondott imádságodnak köszönheti örök üdvösségét. Ismered irgalmam egész mélységét meríts hát belőle magadnak, de főleg a szegény bűnösöknek előbb semmi sül meg a föld, s az ég mintsem irgalmam ne fogna át egy bízó lelket. Elhatározásom továbbra is ugyanaz egyesülés Krisztussal az irgalommal. A lelki gyakorlat vége, utolsó beszélgetésem az Úrral. Köszönöm örök szeretet irántam való felfoghatatlan jóságodat, hogy közvetlenül gondoskodsz szentségemről. Leányom főleg három erényékesítsen alázatszándékot, alázat szándékot, tisztasága is szeretet. Ne tégy mást csak, amit kívánok tőled, s fogadj el mindent, amit nyújtok neked. Törek egy összeszedettségben élni, hogy meghalt hangomat, amely oly csendes, hogy csak az összeszedett lelkek hallhatják meg. A éjfélig nem tudtam elaludni, mert nagyon izgatod voltam a holnapi fogadalom megújítás miatt. Isten nagysága elárasztotta egész lényemet. Pünkösd. Fogadalom megújítás. Sokkal korábban keltem fel, mint máskor. Bementem a kápolnába, s elmerültem Isten szeretetében. A szent áldozás előtt csendben saját magamnak megújítottam rendi fogadalmaimat. A szent áldozás után Isten felfoghatatlan szeretete árasztott el. Lelkem a szent lélekkel egyesült, aki ugyanaz az úr, mint az atya és fiú. Lelkemed betöltötte szent leheletének gyönyörűsége. Hiába is erőlködnék, képtelen lennék még kis részét is megértetni mindannak, amit átélt a szívem. Egész napon át bárhol is voltam bárkivel, is beszéltem e kísért Isten élő jelenléte. Lelkem hálaadásba merült ezért a nagy kegyelemért ami időn kimentem a kertbe, azt mondta az úr, eny vissza a szobádba, mert ott várok rád, amint visszaértem, azonnal megpillantottam az úr Jézust. Az asztalnál ült srám várt. Óságos pillantással szólított meg leányom, azt szeretném, ha most írnál, mert ez a séta nem egyezik akaratommal, egyedül maradtam, s azonnal elkezdtem írni. Miután elmerültem az imában s egyesültem az összes szentmisével, melyeket az egész világon bemutatnak, ebben a percben könyörögtem az Úrhoz, hogy ezen szent misék révén irgalmazzon a világnak, főleg a szegény bűnösöknek, aki kép most haldokolnak. Abban a pillanatban meghallottam lelkemben Isten válaszát. Ezer lélek nyert kegyelmet imám közben nyárásával, melyet Istenhez intéztem. Nem tudjuk, hány lelket kell megmentenünk ima és áldozat által. Ezért állandóan kell imádkoznunk a bűnösökért. A egy hosszabb beszélgetés során azt mondta nekem az úr ennyire vágyódom a lelkek üdvösségére. Legkedvesebb titkárnő Mírd. Isteni életemet akarom önteni az emberek lelkébes szentét kívánom tenni őket, csak elfogadnák kegyelmeimet. A legnagyobb bűnösök is nagy szentségre jutnának, ha bíznának irgalmamban. Bensőmben túlcsordul irgalmam s kiárad mindenre, amit teremtettem. Gyönyörűség nekem az emberek lelké munkálkodni irgalmammal eltölteni és megigazultá tenni őket. Királyságom a földön van, életem pedig az emberi lelkekben. Így szíven titkárnője. Közvetlenül én vagyok a lelkek vezére közvetve pedig a pap által vezetem őket, szentségre vezetem mindannyiukat olyan úton, amit egyedül csak én ismerek. A egész rövid időre meglátogatott a főnök nőanya. Időn körülnézett nálam megállapította, hogy túl szép helyen vagyok itt. Tény a nővérek azon fáradoznak, hogy kellemessé tegyék szanatóriumi tartózkodásomat. Ez az engem körülvevő szépség azonban nem csökkenti áldozatomat, melyet egyedül csak az Isten lát. Ezt csak akkor ér majd véget, ha utolsó dobban a szívem. Sem a föld, sem az ég szépsége nem képes elcörölni lelkem szenvedéseit, melyek minden pillanatban elevenek, még ha csak bent is. Akkor fognak megszűnni, ha te mondod ki magad mérted rám a szenvedéseket, elég semmi sem csökkentheti áldozatomat. Úrnapja utáni első péntek. Az úrnapja utáni első pénteken olyan nyomorúságosan éreztem magam, hogy azt gondoltam, itt van már a várva várt pillanat. Felment a lázam, az éjszakai köhög és vérhányással súlyos bodott. Reggel mégis elmentem fogadni az Úr Jézust, de a Szent Misén már nem maradhattam. Délután hirtelen leesett a hőmérsékleten fokras, oly gyengének éreztem magam, mintha minden elhalt volna bennem. Időn mély összeszedettséggel imádkoztam, felismertem, még nem érkezett el szabadulásom ideje, hanem egyesem újabb hívását kaptam. Időn találkoztam az úrral, ezt mondtam neki, Jézusom félrevezetsz engem, megmutatod az ég nyitott kapuját, s aztán újra itt hagysz a földön. Az úr azt válaszolta, ha az égben mostani napjaidat meglátod örülni fogsz, s szeretnél még sok ilyet látni, amennyi csak lehetséges. Nem csodálkozom azon leányom, hogy ezt most nem tudod megérteni, mert szívedet fájdalom és vágy járja át utánam. Éberséget tetszik nekem. Legyen elég neked az én szavam, már nem tart sokáig. Így lelkem újra száműzetésben maradt. Szeretetben egyesültem Isten akaratával és belenyugodtamóságos ítéletébe. A világi beszélgetések, melyeket itt hallok annyira kínoznak, hogy szinte ájulás kerülget. Ível ez külsőleg is meglátszik rajtam, az engem ápoló nővérek is észrevették a láttam Istennek a képen átkiáradó dicsőségét. Sok lélek nyer kegyelmet előtte, ha nem is beszélnek róla. Útjainak változatossága ellenére dicsőítést nyer Isten e kép által. A sátán és a gonosz emberek erőfeszítései szétzúzódnak és megsemmisülnek általa a sátán dühöngései ellenére Isten irgalmassága diadalmaskodni fog az egész világon, s minden lélek dicsérni fogja őt. Felismertem a lelkeknek minden saját tettükről le kell mondaniuk, hogy Isten működni tudjon bennük. Különben nem viszi végbe bennük akaratát. Időn egy nagy vihar közeledett, elkezdtem imádkozni ezt a rózsafüzért. Ekkor meghallottam az angyal hangját, aki így panaszkodott Istennek. Nem közeledhetek ebben a viharban, mert a szájából áradó fényesség visszatart engem is meg a vihart, és ebben a percben megértettem, milyen nagy pusztítást okozott volna az angyal a viharral, de azt is megláttam, hogy ez az imám kedves volt Isten előtt, s láttam, milyen nagy az ereje ennek a rózsafüzérnek. Láttam, hogy egy lelket a kiistennek igen kedves különféle üldözések ellenére magasabb méltóságba emel Isten. Ez örömmel töltötte el a szívemet. Legkedvesebb pillanataim azok, mikor bensőmben beszélgetek az Úrral. Igyekszem amennyire erőmből telik, hogy ne hagyjam magára őt. Ő szeret állandóan együtt lenni velünk. Ó Jézus! Örök Isten! köszönünk megszámolhatatlan jó téteményeidet és kegyelmeidet. Legyen szívem minden dobbanása új hála ének néked Istenem. Inden csepp vérem értett keringjen Uram. Legyen lelkem egyetlen dicsőítő himnusz. Szeretlek Istenem agadért. Istenem. Bármilyen nagyok szenvedéseim ha el is húzódnak gazdag adományként fogadom őket kezedből még azokat is, amelyeket más lelkek megvetettek. Valamennyivel hozzám jöhet Jézuson nem utasítla kell, csak arra kérlek adj erőt is, hogy el tudjam viselni őket, s érdem szerzővé valamennyit. Vedd egész lényemet, s velem, amit csak akarsz. A nagy fényességben láttam az égben Jézus legszentebb szívét. Sebéből az egész világra kiáradtak a sugarak. A eljött hozzám az úr és azt mondta leányom segíts nekem lelkeket menteni. Elmész most egy haldokló bűnöshöz s imádkozod érte az irgalmasság rózsafüzérét. Ezáltal elnyerett számára a bizalmat irgalmamban hiszen már nagyon kétségbe van esve. Hirtelen egy idegen kúnyóban találtam magam ahol egy öreg ember szörnyű kínok között haldoklott. Fekhelyét a síró család és sok ördög vette körül. Ahogy elkezdtem imádkozni, a sötétség szellemei sziszegve fenyegető veszélyt szóródtak. A lélek megnyugodott s az úrban való teljes bizalommal elhunyt. Abban a pillanatban a szobámban találtam magam. Nem tudom, hogyan ment végbe mindez. Érzem, hogy valamilyen hatalomvét támogat az ellenséges támadások ellen. Oltalmaz és védelmez. Ezt egészen világosan érzem. Szárnyai árnyékával oltalmaz engem. Jézusom! Egyedül te vagy a jó. Ék, ha igyekszik is szívem jóságod egy kis részét is leírni nem tudom. Túlhaladja minden elképzelésünket. Egyik nap a Szent Mise alatt az Úr mélyebben megismertette velem szentségét és fenségét. Ugyanakkor felismertem saját nyomorúságomat. Örültem ennek a felismerésnek segész lelkem elmerült irgalmában. Érhetetlenül boldognak érzem magam. A következő napon világosan értettem-e szavakat, látod Isten ilyen szent, te pedig oly bűnös vagy. Nem merj ilyen lépni s gyónynapont a tény, hogy minden, ami eszembe jutott bűnnek tűnt előttem. Ég sem hagytam ki a szent áldozást, s elhatároztam, hogy csak adott időben megyek elgyóni, mert nem volt felismerhető akarája, hogy áldozzam. Ikor eljött a gyónás ideje, egész sor bűnt készítettem, össze amivel majd vádolom magam. A gyónás alatt azonban az úr csak két gyarlóságot hagyott bevallanom, bár igyekeztem úgy gyóni, ahogy felkészültem. Ikor elhagytam a gyóntató széket, azt mondta az úr leányom minden bűn, amit meg akartál gyónni szememben nem bűn. Azért vettem el tőled a lehetőséget, hogy elmond ezeket, felismertem, hogy a sátán akarta megzavarni a nyugalmam stúlzó gondolatokat sugalt. Ó, ekváltóm! Így nagy a te jóságod! Egyik nap a szent készülve megállapítottam, hogy nincs semmi, amit felajánlhatnék az úrnak. Leborultam hátlábai elé és könyörögtem, bocsássa szegény lelkemre egész irgalmát. Kegyelmed, amely irgalmas szívedből árad, erősítsen a harcban és a szenvedésben, hogy hű maradhassak hozzád. Bár igen nyomorult vagyok, nem félek tőled, mert jól ismerem irgalmadat. Semmi sem rettent el tőled, Istenem, mert minden szebb, mint az én felismeréseim. Ezt világosan látom. Felkészülésem a szent áldozásra. Krakó. Felkészülésem a szent áldozásra. Az oltári szentségről nevezett Ária Faustina nővér. Az irgalmasság anyja nővéreinek kongregációja. Életem legünnepi pillanata az, amikor az oltári szentséget magamhoz veszem. Vágyódom minden áldozásra s minden szent áldozást megköszönök a legszentebb szent háromságnak. Ha az angyalok irigykedni tudnának két dolgot irigyelnének tőlünk először a szent áldozást másodszor a szentvedést. A úgy készülök fogadásodra, mint ahogyan a mennyasszony várja a egyesét. Hatalmas úr az én negyesem. Az ég sem tudja őt magába foglalni. A szeráfok, akik legközelebb állnak hozzá, eltakarják az arcukat és szünet nélkül mondják szent, szent, szent. Ez a nagy úr az én negyesem angyali karok dalolnak, neki trónusok borulnak le előtte. Fényessége előtt kihuny a naps, mégis ez a nagy úr az én negyesem. Ó szívem ne csodálkozz azon mások hogyan dicsőítik őt, erre nincs időd, mert már közelegő itál az ajtód előtt. Eléjes meghívom szívem hajlékába, mélyen meghajolva a fensége előtt. De az Úr felemel a porból és meghív, hogy mint mennyasszonya üljek elélyes meséjekkel mindent, ami szívemben van. Óságán felbátorodva a fejem keblére hajtom s elmesélek neki mindent. Először is azt mondom el, amit egyetlen teremtménynek sem mondanék. Aztán az egyház szükségleteiről szólok s a szegény bűnösök lelkéről, akiknek annyira kell a te irgalmad. Az idő gyorsan elszáll. Jézusom mennem kell híva rám váró kötelesség. Jézus azt mondja még egy kis időt, hogy elbúcsúzzék. Kölcsönös mély tekintett, s kis időre a látszólagos elválás, de sohasem ténylegesen, hiszen szívünk állandóan egyesülve él még akkor is, amikor különböző kötelességek elszakítanak. Jézus jelenléte azonban állandó áhítatban tart. A rövid a Jézus jövetelére váró felkészülésem, de erőteljes szeretet feszül benne. Isten jelenléte áthat felgyújtja a szeretetemet iránta. Szavak nem esnek köztünk csak benső megértés. A szeretet által egészen elmerülök Istenben. Az Úr közelek szívem otthonába. A szent áldozás vétele után csak annyira vagyok magamnál, hogy ima zsámolyomhoz visszatérjek. Ebben a percben lelkem annyira elmerül Istenben, hogy nem vagyok tudatában, mi történik körülöttem. Ő lélekben felismerteti velem Isteni lényét ezek a pillanatok rövidek, de áthatóak. A lélek mély összeszedettségben távozik a kápolnából, s nem könnyű kizökkenteni ebből. Lábam szinte nem is érinti a földet. A nap egyetlen áldozata sem esik nehezemre. Inden ilyen alkalom újabb szeretet aktust vált ki belőlem. A úgy hívom Jézust a szívembe, mint a szeretetet. Te magad vagy a szeretet. Az egész ég lángra tőled és eltelik szereteted el. Lelkem úgy vágyik utánad, mint virág a napfényre. Jézus sies szívembe hiszem látod, ahogyan a virág törekszik a napfény felé úgy törekszik feléd a szívem is. Kitárom szívem kejhét, hogy befogadja a szeretetedet. Időn Jézus betért a szívemben lelkemben minden szeretetől és melegségtől remeget. Jézus fogad el szívemből szeretetemet és öntsd beléje a tiedet. Forró ragyogó szeretetedet, amely áldozatot tud hozni és képes önmagáról egészen megfeledkezni. A mai napomat az áldozat jellemzi. Az áldozáskor ma a király fogadására készülök fel. Ki vagyok én, s ki vagy te, uram, dicsőség, örök, dicsőség királya. Ó, szívem, tudatában vagy, annak jön ma hozzád. Tudom, de különösképpen fel nem foghatom. Ó, ha csak király lenne. De ő a királyok királya uralkodók ura. Előtte megremeg minden hatalom és erő. Ha eljön a szívembe hallom, hogy közeleg elé esietek, meghívom őt. Időn belépett szívem hajlékába lelkemet, oly nagy tisztelet fogta el, hogy szinte eszméletlenül lábai eléroskattam a rémülettől. Jézus kinyújtja kezét és jóságosan megengedi, hogy melléje üljek. Egy nyugtat látod elhagytam égi trónusom, hogy egyesüljek veled. Amit te látsz az csak egy kis rész lelked már is a szeretettől eszméletlenül hullik elém. Ó, hogy fog csodálkozni a szívet, ha teljes dicsőségemben pillantas majd meg. De meg akarom mondani neked, hogy már itt a földön a szent áldozással el kell kezdeni az örök életet. Inden szentáldozás képesebbé tesz, hogy az örökké valóságban majd Istennel társalog. Bár tudom, hogy mindent megadhatsz királyom, de nem kívánok tőled semmit, csak egyre kérlek légy örökké szívem királya ez elég nekem. A megújítom odaadásomat királyomnak benső belső sugallataim iránti hűséggel. A nem törekszem különös előkészületre nem tudok gondolkodni bár sokat érzek. Vágyódom arra a pillanatra, midő Isten a szívembe száll. Karjaiba vetem magam, s tehetetlenségemről és nyomorúságomról beszélek. Kiöntöm szívem minden fájdalmát, hogy nem tudom úgy szeretni őt, ahogyan szeretni szeretném. Felindítom magamban a hit remény és szeretet erényét, és ebben élek egész nap. A csak rövid az előkészületem. Erős élő hitem a szeretet leplét majd szétszakítja. Isten jelenlétének érzése átjárja szívemet, mint a napsugara a kristályt. Abban a pillanatban, amikor Isten befogadom lényem, egészen elmerül benne. Csodálat és bámulat fog látom Isten fenségét, és hogy leszáll hozzám a nyomorúsághoz. Hálát adok minden nekem adott kegyelméért, főleg az ő kizárólagos szolgálatára rendelt hivatás kegyelméért. Azt szeretnék a szent áldozásban a lehető legszorosabban egyesülni Jézussal a szeretet által. Oly bensőségesen vágyódom rá, hogy azt hiszem nem bírom kivárni a pillanatot, amikor a pap az oltári szentséget nyújtja nekem. Lelkem eszméletlenségbe ájul. Időn szívembe fogadtam őt szétszakadt a hit függőnye. Ek pillantottam Jézust, aki azt mondta lányom szeretetet sok közömbös lélekért kárpótól jutalmaz engem e szavak után magam maradtam, de egész nap a jóvá kárpótlás lendületében éltem. A lelkemben a nyomorúság mélységét érzem. A szent áldozáshoz akarok járulni, mint az irgalom forrásához, hogy emerüljek a szeretetnek ezen tengerében. Időn Jézust fogadtam, belevetettem magam mérhetetlen irgalma mélységébe, minél jobban éreztem, milyen nyomorult is vagyok, annál jobban növekedett a bizalmam iránta. Egész nap ebben az alázatosságban éltem. A lelkem a gyermekérzés világában él. Úgy egyesülök az Istennel, mint egy kisgyermek az atyával egészen Isten gyermekének érzem magam. Időn a szent áldozást fogadtam, átéltem a mennyei atya mélyebb megismerését, megéreztem a lelkek iránti atyaságát. A szent háromság dicsőítésében élek. Ekköszönöm Istennek, hogy jóságos kegyelmében gyermekeivé fogadott minket. A szeretnék egészen átalakulni, Jézus szeretetévés vele együtt felajánlani magam az égi atyának. A Szent Misa alatt megpillantottam a kis Jézust a kehelyben. Azt mondta nekem, ahogy most a kehelyben látsz, úgy lakom a szívedben. Szent áldozás után éreztem a saját szívemben Jézus szívének dobogását. Bár már régóta él bennem az a tudat, hogy Jézus jelenléte egészen a következő szent áldozásig tart bennem, ma egész nap imádtam a szívemben lévő Jézust, és arra kértem, hogy oltalmazza kegyelmével a kisgyermekeket, akiket a gonosz fenyeget. Isten fizikailag is érezhető eleven jelenléte egész nap tart és egyáltalán nem akadályoz meg kötelességeim teljesítésében. A lelkem különösen ki akarja fejezni szeretetét Jézus iránt. Időn betért a szívemben lábaihoz borultam, mint egy rózsabimbó. Azt szeretném, ha szeretettem illata állandóan egészen a trónja lábáig szállna. Látod Jézusom, ebben a kis rózsabimbóban benne van egész szívem, de nem csak akkor, amikor égő lángol értett, hanem napközben is, amikor szeretetem által kívánom bizonyítani a kegyelmeidhez való hűséget. A az adódó nehézségeket és szenvedéseket szeretném azonnal megragadni, hogy újra rózsabimbóként Jézus lábaihoz vessem. Nem fontos, hogy közben az ember keze vagy sokkal inkább a szíve vérzik. A szívem a egváltó fogadására készül ki maga a jóság és szeretet. Kísértések és szétszórtság zaklat és nem hagyja, hogy kellőképpen felkészüljek az Úr jövetelére. Ezért még jobban magamhoz akarlak venni, Uram, mert tudom, hogy érkezésed meg fog szabadítani ezektől a kínoktól. Ha azonban az a kívánságot, hogy szenvedje, kérlek, erősíts meg a harcra. Jézusom megváltom, ki eljöttél, szívembe űzd el a szétszórtságot, ami zavarja veled való beszélgetésemet. Jézus így válaszolt azt akarom, hogy olyan légy, mint a harcban megedzett lovag, aki a csatazajban is út parancsokat osztogatni másoknak. Így kell neked és gyermekem a legnagyobb nehézségek közepette uralkodni magadon és semmi se távolítson el tőlem még saját bukásait sem. A egész nap egy olyan nehézséggel küzdöttem, amit csak te ismersz Jézusom. A örömtől remeg a szívem, nagyon vágyom Jézus jövetelére. Vágyódom utána epedő szívem mindig nagyobb szeretettel lángol érte. Időn Jézus eljött kisgyermekként vetettem magam a karjaiba. Elmondtam neki örömömet. Ő meghallgatta szerető vallomásaimat. Bocsánatát kértem, amiért nem készültem fel a szentáldozásra, mert folyton csak arra gondoltam, hogy megosszam vele az örömömet. Jézus ezt válaszolta ilyen előkészület, amivel ma fogadtál a szívedbe a legkedvesebb nekem. A egészem különlegesen megáldom ezt az örömödet, amit ma semmi sem zavar meg benned. A lelkem az Úr fogadására készül ki mindenre képes, aki tökéletesé és szentét tud tenni engem. Bár gondosan készülök el jövetelére, de felmerül egy nehézség, hogy mondjam ezt el neki. Azonnal elvetettem ezt a gondolatot, úgy mondom, majd elnéki, ahogy szívem éppen diktálja. Időn Jézust szívembe fogadtam a szent áldozásban szívem minden erejével így kiáltottam hozzá Jézusom változtassát egy másik ostjává élő ostja szeretnék lenni részedre, te hatalmas úr vagy és minden ható megadhatod nekem ezt a kegyelmet az úr így válaszolt élő ostja vagy aki kedves a mennyei atya előtt de gondold meg mi is az ostya, áldozat tehát. Ó Jézusom, értem, mit jelent az ostja, értem, mit jelent az áldozat. Szeretnék fenséget színe előtt élő ostja lenni, égő áldozat, amely naponta dicsőségedre lángol. Időn erőm kezd fogyatkozni, a szent áldozás tart fenn a derőt. Valóban félek attól a naptól, amikor nem járulhatok a szent áldozáshoz. Lelkem sajátságos erőt merít a szent áldozásból ó élő ostya lelkem világossága. A úgy készül fel a lelkem a szent áldozásra, mint egy menyegzőre, amelyen minden résztvevő kimondhatatlan szépséget sugároz. Én is hivatalos vagyok erre a lakomára, de nem látom magamon ezt a szépséget csupán nyomorúságom mélységét. Bár nem érzem méltónak magam asztalhoz ülni az asztal alá bújok Jézus lábainál könyörgők a morzsákért, melyek az asztal alá hullanak. Ivel ismerem irgalmasságodat hozzád jövök, Jézus, mert előbb szűnik meg nyomorúságom, mint ahogy kimerülne szíved irgalma. Ezért a mai napon felkeltem magamban az Isten irgalmába vetett bizalmat. A körül fog Isten fensége. Sehogy sem tudok magamon segíteni, hogy még jobban felkészüljek, mégis átfog az Isten. Lelkem lángol szeretetében. Csak azt tudom, hogy szeretek és engem is szeretnek, ez elég nekem. Azon fáradozom, hogy napközben hű maradjak a szent lélekhez és követelményeinek eleget tegyek. Nagy benső csendre törekszem, hogy meghallhassam az ő hangját.